Az éjszaka egész hajnalig susogóan csendes volt. Éjfél után egy kis szél mozdult, ami lerázta az esőcseppeket, és ettől kinyújtózkodtak a fák és a bokrok. Henteregni kezdett a köd, gomolyogni lomhán és tanulul, csak a tűzrakás felett kavarodott meg, mert a hamu alatt élő parázs volt még, ami ellökte magától a nyírkos párákat. Nagyon sötét nem volt, mert valahol ott úszott a hold, és fénye szétterült, mire átverte magát a ködön. A folyó csobban néha, ami lehetett játékos hal is, lehetett pészmapatkán is, de lehetett vidra is. Senki nem tartotta számon ezeket a csobbanásokat, amelyek önmagukba hulltak vissza és begyógyultak, mint a folyó háta. Amikor Matula felkelt, még majdnem éjszaka volt. Csendesen felöltözködött, hátára vette a hátizsákot, kiment a kunyhó elé, és beleszaglálódott a levegőbe. Okula nem kell még, ugyan gondolta de valamikor azért ilyenkor többet láttam. Ált egy kicsit, szoktatta a szemét a sötétséghez, aztán lekotorta a hamut a parázsról, és vastag ágdarabokkal jól megrakta a tüzet. Ha felébred, majd örül neki, gondolta, és Csikaszt egyetlen intéssel visszaparancsolta. Aztán ráállt a gyalogútra, és elnyelte a köd. A kutya csak a fülével nézett utána. A szél elállt lerázta már a füvekről, fákról az esőcseppeket, a kötött hengergetni talán megunta. Se színe, se hangja, hát mit kezdjen vele? És elfeküdt valahol a berek mélyén, ahol még a lengen átbugák is csapzottak voltak, mint az ázott csirketól. Csak a tűz kezdett magára találni a parázs belemart a fába, és a vizes fa keservesen zümmögni kezdett, mint a légy a pók hálójában. Aztán elhallgatott, mintha belenyugodott volna az átváltozás fájdalmas, de megnyugtató valóságába. A tűz aztán kinyitotta szemét, mintha azt mondta volna, lássuk, mi véleszünk és lángra lobbant. Nini dalolt a lángocska. Nini, -ni, repülünk, csak még azt szeretném tudni, én most a tűzhöz vagy a fához tartozom tulajdonképpen. Erre azonban nem válaszolt senki, mert nem volt senki, aki válaszolhatott volna, de talán nem is tudott volna válaszolni senki. A lángocska tapogatni kezdte a többi fadarabot, és megerősödve úgy érezte, hogy ő mégiscsak tűz, mert ő az erősebb. Felcsapott tehát diadalmasan, és a fában ette önmagát. A köd ilyetten kavargott körülötte, a nagy nádas felett pedig átsuhant a derengés árnyék madara, aki sohasem tudja eldönteni, hogy ő az éjszaka vagy a nappal gyermeke. -e. Tutajosunkat mindezen változások azonban a legkisebb mértékben sem érdekelték. Valahol nagyon mélyen ugyan érezte a tűz sugárzó melegét, de ez olyan mélyen volt, hogy még egy fia álmot sem tudott elindítani nyújtózkodott egyet, és másik oldalára fordult. Ennyi volt az egész. Odakünt azonban világosodott, s a köd emelkedni kezdett. Aztán újra leszállt, mintha el akart volna bújni. A bokrok közé, a földbe, akárhova. Keleten mérgesen és vörösen ekkor kelt fel a nap. Megállt egy kicsit, mintha a felháborító látványon elgondolkozott volna, és ellapult egy kicsit, szinte ugrásra készen. Majd csinálok én itt nagy takarítást. És amit egy ilyen komoly égítest elhatároz, arra mérget lehet venni. Mire Gyula végre megtért az árnyékvilágba és kinyitotta a szemét, a ködnek már csak apró pókhálói bujkáltak a reketje bokrok között. A tűz pattogva égett, és az ég alján fehér lobogással emelkedett a világosság tüzes kereket. Matula ágya üres, és Csikasz a farkát csóválja. Gyula nézi a kutyát. – Szervusz, Csikasz! Hogy aludtál? A kiskutya erre odaül az ágya mellé, aztán megrázza magát. Gyula erre végleg felébredt, mert Csikasz már ellenőrző utat tett a fűben, és szőre csupa víz volt, mert immáron szétszórta a levegőben. Tutajosunk dühösen felült és törülgette arcát és kezét. – Takarodj! – kiáltotta. Mire az kikullogott a kunyhóból, és a tűz mellől szemrehányóan nézett vissza. – Hát már a vizet sem szabad lerázni. – Majd, ha megszáradtál, visszajöhetsz. Enyhült meg Gyula, mert ez a reggel olyan volt, amelyben minden harag nyomtalanul elpárolgott, mint a köd. Csodálatosan ragyogó reggel volt ez. Tisztára mosott, és messze látó. A párák elégtek, amint kibújtak a földből. Szólt a márinkó, egy kakuk úgy kiabált, hogy ez már nevetésnek is beillett. Időnként megszólalt egy fácánkakas, jelezve, hogy az éjszaka nem történt semmi baja. És a levegőben olyan forgalom volt, hogy éppen csak a rendőr hiányzott a közlekedés szabályozására. Gémek jöttek, mentek, héják és kányák imbolyogtak a nádas felett egy-egy káró katona is jött sűrű szárnyalással, és a vadrécék sziszegő röpte egy percre sem állt meg a levegőben. Gyula csak feküdt a széna és nátszagú magányban, és a derűs telt holnaptalan nyár szétárad szívében. Úgy érezte, hogy ami kívül van, az belül is szól, repül, él. Holnap is nap lesz, ugyanilyen nap, ami nem hozhat megoldhatatlan feladatot. A nap süt, a tűz ég, a folyó lomhán kúszik, és az időnek semmi jelentősége nincs. És szombaton megérkezik bütyök, gondolta. És ez olyan szép gondolat volt, hogy beszólította csikaszt és megsimogatta. Máskor odakint rázd le a vizet. Szóval, megérkezik bütyök, és most már valóságban megláthatja. Megláthat mindent. Reggel elszaladunk a vízre nem fürdik meg, szólalt meg egy hang belülről, és Gyula magán érezte az öreg Gergő tekintetét. Törülközőt, vigyen! jobb ezen túl lenni, tápászkodott ifjú barátunk, és úgy érezte, hogy Matulát még csak be lehetett volna csapni, de Gergő bácsit. Nem, ez nem lehetséges. Igen is leszaladt a vízre, egyetlen ruhadarabot hordozva, azt is a kezében, egy méretű törülközőt. Csika az egy-egy vidám vakkantással loholt utána. A vízparton azonban lohadt egy kicsit a becsületes lelkesedés, mert a folyó még nem tisztult le egészen, és a csónakon megint ott ült a nagy kecskebéka. A fene egyen meg! Esegette Gyula a békát, aki azonban nehezen vált meg a napsütötte trónusától, és csak csikasz közbelépésére fejelt a vízbe. A kutya azonban csak addig tartózkodott a csónakon, amíg a békát elzavarta és megugatta. Aztán ugyanolyan lendülettel visszaugrott a partra. — Jól megmondtam neki, csóválta a farkát, de enni nem szeretem. — ereszkedett Gyula a vízbe, de még fogta a csónakot. — Gyere fürdeni, csikasz, igazán nem hideg, a kiskutya nevét halván újra beugrott a csónakba, és izgatottan figyelte a fiút, aki átúszott a túlsó partra. – Gyere, csikasz! – Hau, hau! – ugatott csikasz. – Gyere már ki! Nem tudok utánad menni, nem szeretem a vizet. – Hau, hau! – és topogott a csónak orrán. – Gyere, gyere! – Biztatta tutajost, aki jött is már, de alattomos szándékkal, amire a kutya igazán nem számíthatott, mert amikor a fiú a csónak mellé ért, berántotta csikaszt a vízbe. Csikasz azonnal elmerült, és amikor prüszkölve kiúszott a partra, megrázta magát, hogy a vízpor szerte röppent a napsugárban, de ezután már nem ment vissza a csónakba. — Ravasz vagy! Ravasz vagy! — ugatta. — De többet nem csapsz be! Ezek után Gyula is kiszállt, és a himbálódzó csónakon törülgette magát. Önkéntelenül mélyeket lélegzett, és kezdte már érezni, miért mondta az a kutató, hogy fel tudná dönteni a világot foszlott bőre alatt új vér lüktetett, és más íze volt még a levegőnek is. A nap már melegen sütött, meleg volt a csónak deszka is, és Gyula talán elaludt volna, ha gyomra nem figyelmezteti az idő múlására. Szalonnát sütök nyáson, gondolta, és összefutott a nyála szájában. Teste forron száraz volt már, de az égést nem érezte. Szalonnát zöld paprikával, csapta vállára a törülközőt, de ebben a pillanatban egy nagy hal dobta fel magát a vízben, és tutajos gondolatai azonnal tovább szaladtak. És utána megfogom ezt a halat. Gyere, csikasz! A tűzön éppen megfelelő parázs volt. Gyula nyársat faragott, kenyeret vágott, és a szalonna kicsorduló levét a kenyérre csepegtette. Vár, csikasz a sorodra, intette a türelmetlen ebet, és csak akkor adott neki, amikor a tetemes szalonnát három zöld paprikával bekebelezte. Csikasz meg volt elégedve az új gazdával, mert Gyula valóságos szalonnát adott neki, és nem csak a bőrét. Nincs több, mondta aztán erélyesen, mert Csikasz étvágya betölthetetlen volt. Nincs. Mehetünk horgászni. Ma sokkal kövérebb és hosszabb gilisztákat talált, mint előbb horgát odadobta, ahol a nagyhal felcsapott. De hosszú idei meg sem az úszó, pedig Gyula idegei erélyes húzásra voltak beállítva. Óvatos az ilyen nagyhal gondolta, de rajtam nem fog ki. Így mondta Matula is. És egy még nagyobb csalit tett a horogra. Semmi. Később, mintha valami piszkálta volna a horgot, de az úszó mozgása olyan lagymatag volt, hogy nem vágott be. Majd húzott te még jobban is. Húzta is. Gyula megvárta, amíg az úszó eltűnt, és akkor nyugodtan bevágott. Semmi. Akadt ugyan a horog, de a súly, a hal lemaradt róla. Elsiettem, sziszegett Gyula. A kukacot meglevette. <laughs> Travas. Vén pocska lehet, de rajtam nem fog ki. Felcsaliszta újra a horgot, és újra odadobta, ahol az előbb volt. Alig érhetetlen a horog, alig helyezkedett el az úszó, már kezdődött az az óvatos babrálás. Ed, Ed csak az úszó lassan húzódott lefelé, meg megállt, aztán egészen lehúzta valami. Most! És tutajos értelmetlenül nézett az üres horogra. Megint becsapott gondolta, és most már egészen kicsi gilisztával csalizott, hogy az illetőnek szájába kelljen vennie. És ne húzhassa le a horogról. Ezt vedd be! fenyegetőzött Gyula, és egyre jobban megfeszültek idegei, hogy eltalálja a kellő pillanatot.- Hiába! 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 Múlott a délelőtt, fogyott a csali, nőtt a meleg, és két ártatlan keszegen kívül nem fogott semmit. Mekkora szája lehet, hogy így le tudja szopni. Nagyon várta már Matulát, hogy adjon valami tanácsot, de amikor feltűnt az öreg szikár alakja, majdnem megfeledkezett a titokzatos harról, mert Matula hátán ott ágaskodott a puska. Matula egyébként is egészen megfiatalodott, mert ragyogóra volt beretválva, és hófehér ingövezte inas nyakát. — Gergő bácsi, hát nem felejtett el? — Nem hát. István bátyja adott patront is eleget, de még levelet is írt. Van már ebédre való? Nem fogtam semmit. Állandó kapás és semmi. Két kis keszeget fogtam, de mégemben visszadobtam őket. Néze meg maga, Gergő bácsi. Birizgálás, húzás, aztán semmi. A horog berepült a szokott helyre, és egy kis mozdulatlanság után kezdődött a játék újra. Látja, Gergő bácsi. Rák, mosolygott Matula. Mindjárt itt kellett volna hagyni ezt a helyet. Biztos? Van rácsám a át között, mindjárt kihozom. Csak lepakolok, de ne vesződjön itt, itt nem fog halat. Jó van, szedelőzködött Gyula, megyek odébb. De azt már igazán restelte megkérdezni, hogy mi az a rácsa. És Matula éppen eltűnt a bokrok között, amikor eszébe jutott a levél is. Szégyen gyalázat, gondolta tutajus. István bácsi ír, és még csak el sem kérem a levelet kedvetlenül ment arra a helyre, ahol először voltak, de ott sem igen mozgott a hal, és csak későbben fogott egy fél kiló körüli dévérkeszeget. Gyula örült a halnak, de később úgy gondolta, hogy inkább pont lett volna. Erre elmosolyodott. — Tutajos! — mondta magában. — Kezdesz elszemtelenedni! Matula ekkora parton volt már újra, de Gyula úgy gondolta, hogy majd hívi, ha szükség lesz rá. Matula tetvett egy darabig, Sőt, szákjával a parton is kotorászott, míg végre odaért a kiáltás. Gyűjjön! A cókbókot is hozza! A halat is! Hagyja a vízben! Ez az egész mesterség. Mutatott egy kiskör alakú hálóra, ami alig volt fél méter átmérőjű, vastag drótkávával. Olyan volt, mint egy ritka lepkeháló, csak a zsákja volt egészen sekély, alig mélyebb, mint egy mély tányér. Hogyan lehet ezzel? Majd meglátja. Hoztam kosarat is, mert szétmászkálnának. A rácsa háromszál méteres madzagon lógott, mint a mérleg serpenyője, és ahol találkoztak, egy újabb körülbelül méteres zsinekben folytatódtak. Ez pedig egy emberhosszú botra volt kötve. Gyula nem talált az egészben semmi érdekeset, legfeljebb azt a szétvagdasott békát, ami a hálófenekén égtelenkedett. Ezt a szerencsétlent az előbb fogta Matula a szákkal. Ez a béka a csali? Az. A rák a húst szereti. Persze, jobb, ha büdös, de ez is megteszi. Legjobb a két-három napos máj. Annak aztán van szaga. Szétterül a vízbe, mint a felhő. Ezzel matul a vízbe eresztette a rácsát közel a parthoz. Most aztán pipálatunk pár percig. Evet már rákot? Nem, vallotta be tutajos, és nem is érzett valami nagy kedvet a rákevéshez. Pedig az még csak a finom étel. Kár, hogy a mirákunk nem nagyobb. Azt mondják, a tengerben nyolc kilósak is vannak. Azon aztán van mit harapni. Hanem a kosárba tépjen egy kis füvet, azon jobban megmaradnak. Gyula egy kis kétkedéssel nézte a vizet, ahol a vastag madzak belelógott. Majd bolond lesz a rák abban a kis hálóban megmaradni. Nem megy ki belőle, Gergő bácsi? Nem hagyják ott a húst, meg aztán a madzag először a kávát emeli fel. Hát több is belemegy? Majd meglátja. De rég ráérünk. Kell egy kis idő nekik, amíg széthordja a víz a vérszagot. Matula felemelte a fejét, és elnézett a nádas felett. Aja, Mit? A varjak nagyon hangoskodnak, meg a vércsék is. Vegy elő a messzi látót. Mit nézek, Gergő bácsi? Azt a nagy fát, mutatott a túlsó part felé Matula, aminek a teteje száraz, meg jobb oldalán is van egy vastag szárazág. Arra nézzen. Kereste a nagyfát. Igazgatta a gukkert, és amikor egészen élesre állította, tisztán látta, hogy a nagyfa körül csak úgy örvénylenek a szürke varjak, szarkák és vörös vértség. Három varjú a facsúcsán ült, és felváltva károkta. Mondom, a jobb oldali ágat nézze végig! Gyula majdnem kiejtette a messzelátót kezéből. Az ág közepe táján akkora madár ült. Jó, mekkora! sóhajtotta. Rétisas, ilyenkor nem szokott itt lenni, de talán szárogatja magát. Gyula szeme odaragadt az üveghez. Óriási! Fehér a farka, mint a hó. Majdnem egy méter magas. Mekkora csőre van! És hogy eltűri azokat a többieket? Nem törődik velük. Ha megunja őket, lelöki közibük a maradékot. Akkor aztán azon veszekednek. De ilyenkor még alig, ha eszik. Nem, nem eszik, csak ül. A sas valóban csak ült, fenséges nyugalomban, mintha egyedül lett volna a világon. A varja károgva, a vértség visítva csapkodtak körülötte, de a nagymadár, mintha kőből lett volna, egyáltalán nem vett tudomást a zajongó gyülekezetről. Később ásított. A hatalmas viassárga csőr szétnyílt és összecsukódott. A lárma elhallgatott, s csak akkor csapott fel újra, amikor rádobta magát a levegőre. A hatalmas szárnyak szétnyíltak. Rettenetes nagy, kísérte tutajos. Elrepült. Szélesebb két méternél. Most lemegy a drávára. Itt még nem láttam vadászni. Bár lehet, hogy itt is vadászik. Kilát bele a beregbe. Gyula ölébe ejtette a messzelátót, mert a sast felszívta a messzeség. Szeretném közelről látni. Közelebbről lehetne, de nagyon közel menni nem lehet. Se víz, se föld. Csónak nem járja. Meglábalni nem lehet az öreg fa környékét. Elsüllyedne az ember. Tudja az ilyen madár, hol nem lehet hozzáférni. De most már lássuk rákékat. Matula gyorsan felhúzta a rácsát. Ámélkodott a fiú, mert a kis hálóban nyüzsögtek a rákok. Dobálja őket a kosárba, tartotta Matula Gyula elé a hálót. Én? Ijedezett uta, és én? Hát ki a ménkű? Én a nyelet fogom. Csak az ollójukhoz ne nyúljon. A hátuknál kell megfogni. Nem eszik meg, ne féljen. Mi esszük meg őket. Gyula keze reszketett, de megtanult, hogy Matulára hallgatni kell. Az elsőt úgy fogta meg, mint a tüzes vasat, és ilyetten dobta a kosárba, mert a rák pattintott egyet a farkával. Ne féljen, csak játszik a farkával. Fene, egye meg az ilyen játékot, gondolta a megrémült tutajos, de aztán csökkenő izgalommal dobálta az ollós népet a füves kosárba. Ezek tű nem lehetett itt horgászni, de majd teszünk róla, fenyegetődzött az öreg, és visszaeresztette a rácsát. Lesz még itt? Lesz, de ennyi már nem. Lett is, ám bár egyre kevesebb. Végül csak egy lapult a megfogyatkozott húson, de az akkora volt, mint egy bocskor. Ez volt a királ, mondta Matula. De ha egyszer lejár az idő, hát a királoknak is lejár. Milyen hal van a haltartójában? Egy dévér, de szép nagy. Ott hagyjuk, ahol van. Majd hónap délután fogunk hozzá, ha lesz kedvünk. Reggelizett? Szalonnát. Okosan. Engem is jól tartott ez a nancsi. Még teát is adott, meg rumot. A rum jó volt, de azért nem árt, ha korán ebédelünk. Lesz rák meg, amit küldtek. A következő húzásban már üres volt a háló. Akár mehetünk is, gondolom a levérre is kíváncsi, meg a puskát is megmutatom. Ritka jó puska, az már igaz. Csikasz körül táncolta az érkezőket, és megugatta a rákokat, mert Gyula megmutatta neki. Látod, Csikasz? A kutya kisé meghökkent, amikor belenézett a kosárba, aztán hátra húzódott, morgott, végül ugatott. Hau, hau, mondta, ezeket nem szeretem. A levél a hátizsák zsebében van, mondta Matula. A levél valami írkalaf volt, István bácsi döcögő nagybetűivel. Gratulálok, öcsém, a harcsához, igazán nem hittem volna, hogy ilyen rátermet vagy. Múltkor nem értem rá írni, de most megírom. Nancsi nagyon akarja, hogy pár napra hazagyere, de én azt mondom, maradj, ameddig jól esik. Van magadhoz való eszed, hát használd. Ha péntekig nem jössz meg, akkor szombaton hajnalban négykor légy a hídnál az úton, és kapaszkodj fel a kocsira. Bütyök barátodat hozd ide, mert Nancsi néni kiátkoz benneteket, ha nem eszitek meg az ünnepi ebédet. Ebéd után mehettek világgá. Szervusz! István bátyád! Gyula rámosolygott a levélre, és a polcra tette bütyök levele mellé. — Hol van az a híd, Gergő bácsi? — Itt lejjebb az alán. — Nincs messze. Másfél óra alatt odaér az ember, ha jól kilép. — Másfél óra, ha jól kilép? — nézett maga elé a fiú, és arra gondolt, hogy mi hát a messzi matulának. István bácsi azt írja, hogy négyre legyünk ott. Róla mi nem, de hogy találok én oda egyedül? Könnyen. Megy a parton, amíg a híthoz ér. Másfelé nem is lehet menni, mert egyik oldalon a folyó, másik oldalon a berek. Csak a gáton. Kettőkor elindul, aztán oda ballag. Elhallgass, csikasz, meg kupán váglak. Ne nézd őket, ha nem tetszenek. Csikasz ugyanis még mindig a rákokat ugatta. Kettőkor elindul, révedezett tutajos. Kettőkor! És aztán csak úgy odaballag. Talán még holdvilág sem lesz. És újra megnézte a levelet. <laughs> Semmi kétség, István bácsi világosan beszél és ír. Hajnalban négykor légy a hídnál. Igen, légy a hídnál. Nem rossz. Sötét lesz még akkor, Gergő bácsi? Sötét, hát, de háromkor már világosodik. Ha nem a fánk fogytán van, hozhatna. Tutajos kivette a voltát a szelemen alól, és ment a fáért. Alig várta, hogy megfelelő ágat találva belevágja mérgét a fába, mert haragudott az egész világra, mindenre és mindenkire, még bütyökről is megfeledkezett. Egy szóval Ladó Gyula Lajos félt, de ez semmiképpen nem akarta bevallani. Ettől pedig fogcsikorgatóan dühös lett, mert tudta, hogy nem kéri meg az öreget, hogy kísérje el elmegy a híthoz egyedül, ha apró ördögök csónakáznak a vízen, és leszakad az egész csillagos ég. Akkor is. Tutajos kivette a baltát a szelemen alól, és elindult tüzelőért. Alig várta, hogy megfelelő ágat találva belevágja minden mérgét a fába. Félt, de ezt nem akarta bevallani. Szombaton hajnal négykor légy a hídnál az úton, írta a levélben István bácsi. Tutajos pedig bárhogy félt, nem akarta megkérni az öreg matulát, hogy kísérje el. Ha apró ördögök csónakáznak a vízen, akkor se. Ettől fogcsikorgatóan dühös lett. Kinézett egy vastag száraz ágat a fűszván. Csak úgy repült a forgács, de aztán megállt, mert szeme megakadt valamin. Megakadt és megborzongott. Egy alacsony oduból szokatlanul vastag kígyó kúszott ki, és ugyancsak igyekezett lefelé. A fiú elvesztette a fejét. Valami ősi torz rikkantást hallott, mintha nem is ő kiáltott volna. Aztán vágta, vágta. Minden félelmét, írtózását és undorát kiadta. A terjedelmes hüllő darabokban volt már, amikor tutajosunk magához tért. Hát ez meg mi? A kígyó darabok félig tollas kis madárfiakat szültek. Gyula nem vagdalkozott már, hanem azon gondolkodott, hogy hányon vagy ne hányon. Aztán úgy határozott, hogy kár lenne a szalonnáért, tehát legyűrte gyomra emelkedését, és megolvasta a kis cinegéket, amelyek életükben hatam voltak. De mind a hatot elnyelte ez a féreg. Tutajosunk erősen berejtékezett, aztán másik fához ment. Körüljárta, hogy nincs rajta odu, újabb kígyóval, mert úgy érezte, az igazságszolgáltatásból elég volt. Levágott egy jókora ágat, pihent kicsit és hazahúzta. De a hidat, az éjszakai utat, a sötétséget s a félelmet teljesen elfeledte. hallja -e? nézett rá Matula. De pápista színe van. Gergő bácsi, egy olyan vastag kígyó volt az oduban. Szétvágtam. Tele volt kis cínegével. Aha, bólintott az öreg. Mirek szétvágni? Elég, ha fejbe csapja. Ettől fordult fel a gyomra. De mindjárt megorvosoljuk. orvosoljuk. Matula pálinkát kevert vízzel. Húzza le, és Gyula lehúzta, és kicsit később úgy érezte, mintha a kígyó jelentékenyen zsugorodna, és az egész ügy egyszerűbb lenne. Amikor pedig István bácsi levelére nyomatékot tett, hogy elne a szél, egészen természetesnek találta, hogy kettő kor kell. Négyra hídnál lesz. Oda ballag! Sötét lesz, hát sötét lesz. Nem lehet kívánni, hogy éjfél után kettőkor süssön a nap. Mit segít, Gergő bácsi? Semmit. Mindjárt forra víz. A zöldségféle megpuhult már benne, aztán ebédelünk. Vegy elő a táblát, rakja ki, amit Nancsi küldött. Ez a tábla valamikor mérnöki asztal volt a gát csinálás idején, de eltört a lába, itt hagyták Matulának. Azóta különféle szerepeket töltött be. Általában asztal volt, Ám bár nem volt lába. Aztán gyúró deszka lett, de Matula a dohányt is ezen vágta, a szalonnát is, a halat ezen bontotta, a gombát ezen szárította, és általában táblának nevezte, mint ahogy az is volt. Ha aztán a tábla a sokféle használatnak megfelelően különféle színű és szagú kezdett lenni, homokkal megsúrolta a vízparton, és napon megszárította. Jelen állapotában sötét-barna színű volt. Gyula kirakta Nancsi küldeményét, s a látvány nem csak szemét, de gyomrát is megelégedéssel töltött el. Nem kell ide rák, Gergő bácsi. Majd meglátja. És Gyula meglátta. Amikor lohogni kezdett a víz a bográcsban, Matula kedélyesen beleszorta a rákokat, ami nekik egyáltalán nem volt kedélyes, hiszen még éltek, ám bár nem sokáig. Amikor a rákok pirosra főttek, Matula tálalt. Így kell lenni, bontotta fel éppen a királ ollóit, és a húst Gyula tányérjára tette. És ne nézzen úgy rá, mint az éretlen vadkörtére, előbb kóstolja meg. Gyula nem rajongott a rákért, és nem is kívánta, amíg meg nem kóstolta. De amikor a vajpuha omlós első falatot lenyelte, — Gergő bácsi, ez nagyon jó. — Mondtam, ugye? — Majd megetetjük azt a brélát is. — Bütyököt? Azt. A Bélát. Mi csak bütyöknek hívjuk. Tudom, de nekem nem az. Nagyon jó gyerek, meglátja Gergő bácsi. Elhiszem, de... És Matula csak egy mozdulattal jelezte, hogy a bereknek is megvan a maga tartózkodó illemszabálya. Itt nincs erőltetett komázás se le, se fel. Itt nem esnek egymás nyakába az emberek, még temetésen sem. Nem gázolják át a barátkozás érzékeny bozótját az első napon. Nem közelednek egymáshoz hangos csörtetéssel. Nem rohannak le senkit. De nem is lehet őket lerohanni. Itt mindennek, minden valóságnak neve van. Értelme, jelentősége és ideje. Itt nem becéznek és nem rövidítenek le semmit. És ha valaki a szilfából szilcsit, a szárcsából szárcsikát, és a kunyhóból kuncsit csinálna, Matula jól megnézné és sajnálná. Szögény, hogyan beszél? És tutajos ki nem mondott tétova gondolatainak legmélyén megérezte, hogyha egy reggel Matula azzal keltené, hogy Gyuszkó, ébredjen, mert felkelt a napcsi, hát ilyetten nézne rá, hogy megbolondult-e, és közben kicsit utálkozna is. De nem. Ez nem lehetséges. Tudja, Gergő bácsi, bütyök mellettem ül az iskolában, nagyon erős gyerek, mégsem verekszik soha, és mindenki szereti. Meg is érdemli, bólintott Matula. Majd fogunk rákot is, meg halat is, aztán jól tartjuk. Megcsinálom az ágyát is, mire meggyűnnek. Köszönöm, Gergő bácsi. Megesszük Nancsi néni ebédjét, aztán jövünk. Közben a rákok fogytak, fogyogattak. Kellemes volt az ínynek, kellemes a gyobornak, de tutajosunk hamar felfedezte, hogy ezzel jól lakni nem lehet. Talán a tengeri rák kilós ollójával igen, de ezzel nem, még akkor sem, ha a királyukat teszi meg az ember, a kis ollójú köznépről nem is beszélve. A kondér azonban hamarosan kiürült, és ezután áttérhettek Nancsi néni táplálóbb küldeményére. Matula most sem nyúlt hozzá, amíg Gyula nem kínálta. Vegyen, Gergő bácsi, egy koszton vagyunk. az már igaz. Úgy látszott, hogy Csikasz is ezen a véleményen volt, mert ha még a rákmaradékot maradékot immelámmal rágogatta, a csirkecsontot mohón kapta szájba, és hol Matula, hol Gyula mellé ült, az szerint hol volt hamarabb várható az adomány. Egyszer csak felnézett a fára, amely árnyékát a kunyhó felett tartotta. Felnézett és morgott. Takarodj! mondta ez a morgás, mire Matula is oda nézett. A fakihajló ágán egy szarka ült. Szeme csillogott, és most, hogy felfedezték, csörögni kezdett. Csecser, te, te 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 Mindenütt adnak valamit. Csere, 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 mindenütt van maradék. Pusztulj innét, morgott a kutya. Nem adunk. Le kellene lőni. És Gyula vágyakozva nézett a puska felé. Ezt alig, ha. Ismeri a puskát. Öreg szarka. Látja, milyen fényes kék a tolla? A fiataloké csak feketés. Aztán pállott még a szájuk. Ismeri a puskát? Kétkedett Gyula. Nem lehet az Gergő bácsi. Nem? Ide nézzem. Felkelt az öreg lassú, nyugodt mozdulatokkal, és bement a kunyhóba. A szarka elhallgatott és figyelt. Matula pedig kijött üres kézzel, rá sem nézve a madárra, aki híres tolvaj volt még a tolvajok között is. Csete, csete, cser forgolódott a szarka. Ha elmentek, majd körülnézek egy kicsit. Matula megállt a tűz mellett, áldogált egy kicsit, és újra bement a kunyhóba. De kijövet már kezében volt a puska. Cser! kiáltott a szarka, és ilyetten bágódott a levegőbe. Gyula álmélkodva nézett utána. Gergő bácsi, nem hittem volna. Mondom, hogy öreg szarka volt. Ha idei lett volna, talán megvár. Lütt már ilyen nagy puskával? Ilyennel még nem, de Flóbertel sokat. Az nem puska, legyintett fitymálva az öreg. Ez az igazi. Jó puska, finom puska. De egyszerre csak az egyik kokas szabad fölhúzni, mert ha mind a kettőt fölhúzza, elsül mind a kettő. És szétrobban? Miért robbanna? Olyan puska ez, hogy kibírja, csak akkor rúg, mint a veszedelem. Majd kipróbáljuk. Ezek után rátértek a valódi nancsinéni féle rétesre, de tutajos szeme többször a fához támasztott puskára tévedt. Ilyen nagy puska már eleget volt a kezében, és tudott vele bánni, ha még nem is lőtt vele, de erre a viharvert öreg jószágra bizonyos tartózkodással nézett. Ősszel egyszer nyolc libát lőttem vele egy patronnal. Röptiben? Felét. A vízen. Hajnalban lecsúsztam a leső gúnyhóba, ahol voltunk. Kinézek a likon? Hát ott a tömérdek liba a vízen. De valamit észrevehettek, mert elcsöndesedtek. Aztán kinyújtotta mind a nyakát, mert erősen gyanakodott. Én meg, mutatta Matula, mint a kezében lenne a fegyver. Dur, közibe! Ahol legsűrűbb volt a nyak. Jól szedtem össze, de még ment is el egy pár, ami kapott. Így volt. Gyula tisztelettel nézett a puskára, de amikor Matula elrakta az ebédmaradékot és kitett egy újságlapot negyven lépésre, szorongó érzései támadtak. – Na, itt a puska. A közepibe célozzon. Tutajosunk rémülten vette kezébe a nehéz fegyvert. – Jó, szorítsa a vállához. – -dab, dab, dab, mondta Gyula váratlanul felzaklatott szíve. – Dab, 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 Durr! Tutajos majdnem hanyatt esett, de túl volt az első lövésen, és most már nem tartotta olyan rettenetesnek az egészet. – Vérzik az orra, – mondta csak úgy mellesleg az öreg. – Ne az orrával célozzon. – Amúgy rendesen tartotta, egészen rendesen. Gyula kirohant a papírért. – Nézze meg, Gergő bácsi! Matula nézte a papírt, és a sörét vágta apró lyukakat. – Mondom, hogy jól tartotta. – Patron, van elég? majd megbarátkozik vele. Ezzel a puskát visszavitte a kunyhóba. Nem árt, ha lepihenünk egy kicsit. A fülem még most is cseng, mondta Gyula. Matula a pipájával volt elfoglalva, és csak később bólintott. Eleinte megesik, de attól még lehet aludni. A nap ekkor már az ég tetején lángolt, és a felhőtlen ragyogásban nehéz volt elképzelni, hogy tegnap ilyenkor fullasztó, vihar előtti csend feküdt a tájon, és később hidegeső seperte végig a berket. Most is meleg volt, de az a meleg könnyű volt, és az árnyék hűsén érezni lehetett a különbséget a napsütés és a széljárt a kunyhó homája között. Tegnap ilyenkor fáradtan állt meg minden mozgás a vízen, a nád közt és a levegőben is, de ma talán csak a szúnyogok aludtak, mert a madárvilág állandóan mozgott, és az öreg fák kérgén hangya karavánok jöttek, mentek titokzatos céllal és fáradhatatlanul. A fészkek egy része már üres. Más fészkekben másodszor vannak tojások, de a sarlós fecskék útra készülődnek. Késő jönnek, néha csak májusban, és ilyenkor már fiaikkal végeztetik az előírt gyakorlatokat, mert az ő naptárukban lejárt a nyár. Itt a nádasban nem fészkelnek, és amikor éles szípí kiáltásuk lehull a kunyhóhoz, matula kinyitja a szemét. Ezek már mennek, gondolja, de eszébe jut, hogy ezek a fecskék, amelyek tulajdonképpen nem is fecskék, nem tartoznak a fecskékhez, mert külön családjuk van, nagyon ritkán szállnak le, és még a kabasójomnak is nagyon össze kell szedni magát, ha boldogulni akar velük. Sokkal jobban repülnek, mint az igazi fecskék és csak ritkán kapaszkodnak meg sziklarepedésben, toronypárkányban, de nappal le nem soha. Igen, gondolja az öreg, itt mindig aratás után jelennek meg, és ez egyet jelent az évfordulásával. Amikor búgni kezdenek a csíplők, már csak egy-két pár nyilal fekete szigonyként a levegőben, és amikor az ekék ősziek alá fordítják a földet, ezen a tájon nincs már belőlük egy darab sem. Nem szeretik a hideget, rakosgatja Matula a gondolatokat, de hát, kiszereti. Pi-pi- pí, pí, hallatszik élesebben, és Matula tudja, hogy valamelyik kis sarlós bajban van. Pi-pi- szól újra a figyelmeztető kiáltás, de ez már nem olyan vészes, és Matula tudja, hogy a kis vándor kivágta magát. Egy karvaj volt a riadalom oka, de a karvaj elfelejtette, hogy most nem valami ostoba kis cinke van szó, és miután kétszer nagyot markolt a levegőből, unottan hagyta ott az elérhetetlen madárkákat, és lecsapott a bokros füves térség fölé, ahol éppen három szürke varjú foglalkozott tutajos felszabdalt kígyójával. A szürke varjú komisz egyéniség, aki mindig hajlamos a verekedésre, de a étkezésben zavarják, egyenesen dürohamot kap, Kár! Utána! Rúgták fel magukat a levegőbe, és a karvaj utálattal evezett egyre magasabbra, mert ilyen károgó kíséret mellett nem lehet vadászni. A szürkék óbégatása mindenkit figyelmeztet a veszedelemre, és az apró madarak pontosan tudják, mi a teendő. Be a bokorba. A karvaj tehát, elátkozva a találkozást a szürkékkel, és zsebre rakva az összes gyalászkodást, ami a varjak szótárában található, Gyorsan nyilal valamely távoli falu felé, ahol könnyelmű, de kövérveré fiókák nyüzsögnek, és repülésük egyszerűen nevetséges. Azokkal szórakozni? Az igen. De a sarlós fecskék? Utálat még rágondolni is, hogy micsoda mutatványokat végeznek. Pi, pi! hallatszik újra közömbösen, ami talán annyit jelent, hogy elment, de azért vigyázzatok. Matula is újra lehunja a szemét, és számolgatja, hányszor látta a fecskék érkezését, és arra gondol, mennyi lehet még vissza. Annyi, amennyi, legyinti el ezt a felesleges kérdést, és amikor újra kinyitja szemét, hosszas pislogás után úgy véli, négy óra lehet, mert a kunyhókontjának árnyék mutatója elérte már a tűzrakást. Aztán ránéz Gyulára, és gondolkodik, hogy hagyja el még aludni, vagy szóljon neki. Matula azonban egy közbelső megoldást választ, mert jobb, ha magától ébred fel a gyerek. Hangosan becsattintja a pipa kupakot, mire Gyula szeme kinyílik, és nem tudja, hol van. – Felébredt? – kérdi Matula ártatlanul. – Fel, mondja Gyula, de nem tudja, mitől ébredt fel. És Gyulának nincs ideje latolgatni, hogy kialudta e magát, különben is, mintha valóban kialudta volna magát. Én is jót aludtam, folytatja Matula, ami egy rendes embernek elég is. És tutajos rendes embernek érzi magát. Kissé törődött még, de a forgók, csontok, izmok, mintha jobban elhelyezkedtek volna. És a felégés is megszűnt, mert a bőrfoszlányok alatt vadonatúj bőr erősödik, és ez már nap alatt született. De azért feküsznek még egy kicsit szótlanul. Tutajosnak most nincs semmi terve, csak nézi a náttetőt, a pókhálós szelemeneket, a polcokat, és a csendben hallja a mocorgást a nádfal között, ami lehet egér, lehet darázs, de lehet kígyó is. Lehet, gondolja a fiú, és ezzel végzett is velük. Pár napja még riadozott, főleg a kígyóktól, és most ez már másként van. Nem, azt nem lehet mondani, hogy nem utálkozott volna, ha most egy kígyó csak úgy előkarikázik. De miért jönne elő? Nem bolond agyon veretni magát. Tutajos nem latolgatja magában ezt a változást, de öntudatlanul élvezi a nyugalmat, mintha idegei megvastagodtak volna, és lassabban, de világosabban közvetítenék a nádi jelenségeket. Nem érzi már külön a nád, a tűzrakás, mocsár és réti virágok szagát, hanem együtt az egészet. És nem gondol arra, hogy ha most otthoni szobájában találná magát, annak lenne különös szokatlan, talán idegen szaga. Ne menjünk le a hídig, kérdezte Matula. Megismerni arra is a világot. Menjünk, Ergő bácsi. Jobb, ha látom világosan, merre megyek majd sötétben. Én is úgy gondoltam. A puskát visszük? Vihetjük. Gyula erre úgy érezte, hogy teljesen kialudta magát, csak akkor hökkent meg egy kicsit, amikor a folyóparton Matula azt mondta. Lecsónakázhatunk. Tudom, hogy evezni akar. Elvisszük a kutyát is. Adörüljön. Persze, mondta tutajus, persze. Gyere, intett Matula a kutyának, amikor már bent voltak a csónakban. Gyere! Csikasz izgatottan topogott a parton. Mi a fene van veled? Mérgelődött az öreg. Máskor kibújtál a bőrödből. Majd feldöntött néha, magyarázta Matula. Most meg mint a félne. Reggel fürdésnél berántottam a vízbe, vallotta be Gyula. Gondoltam, nem árt a bolháknak. Hát igaz... De vagy hívni kell, vagy előre parancsolni. Megijeszteni kár. Ide gyere, csattant fel, és Csikasz az öreg mellé ugrott, lehetőleg távol Gyulától. Nem bántlak, Csikasz, ígérte tutajos. Sajnálom. De Csikasz tartózkodóan billegette farkát. Jó, jó, de én inkább itt maradok. És kiállt a csónak orrára, mintha a vizet figyelné. Matula bedobta a láncot a fenékre, elrúgta a csónakot, és leült csikasz mellé. Na, lássuk! Tutajos később beismerte, hogy ez az evezés gyenge látványosság lehetett. Erőteljesen evezett ugyan, ezt meg kell hagyni, de a csónak rendkívül idegesen viselkedett, mondhatnánk, zabolátlanul. Nem, azt nem lehetett mondani, hogy rakoncátlankodott, vagy pláne forgott volna, mint első alkalommal, de úgy viselkedett, mint egy éhes szamár, amely hol erre, hol arra zötyög a kordéval, mert az út két oldalán csodálatos csemegék vannak. Matula ült, mint egy bálvány, és pipált, mint egy török főúr, akit a márványtenger sima vizén csónakázt a tarapszolgája. A rabszolga erősen verejtékezett, és dühösen nézte Csikaszt, aki fülét állt a csónak orrán, mint egy kormányos, és csak néha fordult vissza farkcsóválba Matulához, mintha azt kérdezte volna, hogy mit szól ehhez a tekervényes evezéshez. De Matula nem szólt semmit. Gyula pedig fogcsikorgatva kanalazott. — Majd megmondja, elfárad, gondolta a nevelő apa, de Gyula szégyelt szólni. Ha azonban valami madár rebbent fel a parton, megkérdezte, hogy mi volt, és amíg Matula magyarázott, addig pihent. Később más kérdéseket is tett fel, és addig pihent. A verejték már a füle mellett folyt le. — Jó bírja, — dicsérte Matula. — Az hittem hamarabb kiáll. — Hát, ami azt illeti... — Átvegyem. — Még húzom egy kicsit. — Jó. — Jaj, mondta magában Gyula. Jaj, tutajos, te udvariaskodó ököl! Miért kellett ezt mondani? Miért nem mondtad meg becsületesen? Gergő bácsi, elfáradtam. Nem, nem, te agyalágyult, te még húzod egy kicsit. Hát húzd! És Gyula kanalazott, mint egy kisegítő szakácsné, és amikor már csak a vizet paskolta, Matula kegyesen zsebre vágta a pipát. Cseréljünk! az azonnal követte volna a gazdáját, de az rámordult. Ott maradsz, nem bántalak, csikasz. Lehelt egy és lerogyott a kis mellé, és nézte matol a kezében azt az egy szál ormótlan lapátot. Milyen könnyűnek látszott, mint hangtalanul belesimult a vízbe, és a csónak mégis meglódult, mintha vágányra került volna. Sose fogok én így evezni, Gergő bácsi. Egy hét múlva már tud evezni, három hét múlva nevet az egészen. Idő kell, amíg rááll az ember keze. Nem tört fel a marka? Kicsit. Jól markolja meg a nyelet, akkor nem törik fel. Ha meg csúszkál, köpjön a markába. A csónak szinte surrant a vízen, és Gyulának hirtelen pirimama jutott eszébe, aki mindenütt bacilusokat sejtett, és kezét napjában ötvenszer megmosatta. Belül kicsit mosolygott, és markába nézett, ahova köpnie kell. Töltse meg a puskát, ott a száraz fűzfán varja külnek, kellene egy a rácsába. Mire Béla gyűn, jó szagos lesz. Csak ne kapkodjon, és ha odaérünk, nyugodtan, lassan emelje a puskát. Addigra lelassítok. Gyula szíve egyszerre a torkában kezdett serénkedni. Ez már igazi vadászat volt. Talán megvárnak, susogta Matula. Úgy látom, fiatalok, ezek még nem tanulták ki a csíziót. Nyugodtan. Emelheti. A csónak alig mozgott. Gyula szinte öntudatlanul nézett végig a puska csövén, és nyelt közben, mert úgy gondolta, a szíve kiugrik a torkán, de azért, amikor úgy érezte, hogy most, behunta szemét. Dur! Aztán csak azt látta, két varjú is kalimpál lefelé. Mint a tök, Gyula, hiszen maga tud lőni. Tutajosunk, mintha nyakig merült volna a dicséret símogató olajába. Éppen azt akartam mondani, hogy kettő olyan közelül egymáshoz. Aztán már potyognak is. Véletlen, motyogta a fiú. Igazán véletlen, Gergő bácsi. Ha nincsenek lik iránt, hiába a véletlen. Üres a puska. Jó, akkor menjen, szedje fel őket. Kinyomta a csónakot a partra, és Gyula kisé rezgő inakkal kimászott és hozta a varjakat. Ha ezt az osztály látta volna! Kengyel! És kisé összeszedte magát, mert Matula még azt hiszi, összerodik a boldogságtól. Ezekért nem kár, dobta az öreg a varjakat az ülés alá. Nagy fészek pusztítók, meg van is belőlük, több, mint kellene. Nevezze, Gergő bácsi, lelkendezett Gyula, mert úgy érezte, ha kell, Vállaira veszi Matulát, csónakostul. Matula felnevetett, és így nevetni a fiú most látta és hallotta először. A fenét! De az inkább én! És már elindult a csónak, de Matula még mindig nevetett. Hosszúra nyúlt árnyékuk ringva úszott velük, hánykolódva az apró hullámokban, és mintha még az árnyék is nevetett volna. Ott a híd! Át meg Matula az evezésben. De nem megyünk közelebb, mert minek mennénk? Most látta végig a partot. Van rajta valami féle, A lábával is megtalálja. Gyula hallgatott, és nem is gondolt az útra, amit majd a lábával kell megtalálnia. Lesz, ahogy lesz. De az a lövés igazán szép volt. Matula hazafelé fordította a csónak orrát. Most jobbról kapták a leszállónak ferde sugarait, de az a fény már narancsszínű volt, ami aranyját tört a folyó zöldes vizében. És a madarak most mind hátulról jöttek, a Balaton felől, mert véget ért a nap, és az éjszakázó helyett még napvilágnál kell alaposan szemügyre venni. Mióta azonban erre jártak, már új madarak leskelődtek a vízparton, bakcsók és gémek, amelyek szívesen vadásznak alkonyattal is, bogárra, harra, békára, és most ilyetten dobták magukat a levegőbe, recsegve szitták a csónakot, pedig Matula úgy evezett, mintha a lapát is, a víz is bársony lett volna. Gyula önkéntelenül is figyelte ezeket a símogató mozdulatokat. Talán megpróbálhatnám megint, Gergő bácsi. Majd fele úton átadom, Csikasz most már megbarátkozott Gyula közelségével, és csak akkor nézett rá idegenkedve, amikor tutajos megsimogatta. Csikasz megállította farkát a szüntelen és gyönyör teljes telegrafálásban. — Nem bántalak, Csikasz, igazán csak vicc volt. — Jó, jó, jelzett vissza a kutya, elég buta vicc volt, csak úgy belerántani. De gerincén a barátság meleg hullámai szaladtak végig. Nem voltak a fele úton, amikor az árva kis szárcsák jöttek szemben, de csak ketten. A legkisebb hiányzott. Lí, lí. Matula azonnal átevezett a túlsó part felé, és lehelet csendesen mozgatta a lapátot. Háttik, lí, lí, bókoltak a kismadárkák. Már csak ketten vagyunk. Szabad lefelé menni? Most már tudom, mit vitt az a büdös kánya. Tutajosban gyilkos harag hullámzott meglesem, ha addig élek is. Hát nem ártan elpusztítani, mert igazán csak kárt tesz. Ám bár, mit csináljon? A kis szárcső is jobban vigyázhatott volna magára. Na, itt a fele út. Csikasz hevesen üdvözölte gazdáját, tutajos pedig kézbe vette a lapátot, és mivel a nyél síkos volt, egy kis gondolkodás után szerényen a markába köpött. Az evezőnyél nem csúszkált tovább, s a csónak is lényegesen egyenesebben siklott, mint jövet, pedig most a lassú folyással szembe mentek. Pedzi már, bólintott Matula, csak ne sajnálja a markát, és ne kapkodjon. Gyula tehát nem sajnálta a markát, és nem kapkodott. Nem sietünk, nem késünk el semmiről, csak nyugodtan és csendesen. A fáradt pihenjen. Most sokkal könnyebben ment a csónak, és amikor a kezdetleges izmok elernyetten és elkeseredetten tiltakoztak a további gyötrelem ellen, tutajos maga mellé fektette az evezőt. Kicsit pihenek! Okosan. Nem hajt a török bennünket. Meg kell mondani a dolgokat úgy, ahogy vannak gondolta a fiú. És akkor nincs kapkodás. És rendben van minden. Ha elfáradtam, hát elfáradtam. Ez a valóság a valóság mindig igazság is. Ki szólhatna ellene? Persze, hogy nem hajt a török. És a fiú arra gondolt, hogy ez a szólásmondás majd fél évezredes, amikor ezen az áldott békés tájon igenis hajtotta a török a szegény magyar népet, rapszíjon, mint a jármos állatot. És akkor is ugyanez a nap nézte a killódást, ugyanígy bukott le a messzeségek tengerébe, és nem jött utána csak sötétség, holnaptalan csügget borulat az égen, s a szívekben. Kezébe vette az evezőt. Mikor nézzük meg várt Gergő bácsi? Arról jutott eszembe, hogy azt mondta, nem hajt a török. Majd valamelyik nap. Holnap nagy takarítást csinálunk, mert a vendég az vendég. Gondolkodott kicsit az öreg. Magának azért nem csináltam semmit, mert maga nem vendég. Érti, ugye? Nagyon, Gergő bácsi. Ám bár eleinte nem úgy éreztem, mint most, hogy itthon vagyok. A jót is szokni kell bólintott Matula. Mert hiába a libacomb, ha nem harap bele az ember. A dévért majd megnézzük a haltartóban, éle még, mert az ilyen keszekféle hamar elpusztul a hálóban. Ha nem él, mindjárt felpucolom, aztán fogjon még hozzá, amit tud. A dévér persze, hogy nem élt. Matula berántotta a haltartó hálót a csónakba, és a halat ott a deszkán gyorsan megtisztította. Ne felejts el, hogy az élőhalnak élete, döglött halnak meg halála a víz. Különösen ilyen melegben. Ha a hal elpusztult, azonnal ki kell venni a vízből, megtisztogatni, kibelezni, szárazra törülni, valami ruhába betakarni és hűvösre tenni, de legalábbis árnyékba. Sokkal tovább jó a húsa, mintha vízben hagyta volna. Ott kötünk ki, ahol a rákok voltak. Megnézzük, maradt-e még. szembe orrolt a partnak, és tutajosunk fáradtan, sajgó tenyérrel, kiégett izmokkal, de nagy megelégedéssel tette le a lapátot. A puskát egy patronnal itt hagyom, mert látom, tud vele bárni. És valaki megtanította, hogy a puska nem lőcs, és úgy kell mindig kézbe venni, mintha töltve volna, és száz ember állna körülötte. Ezt mondta István bácsi is. Gondoltam. Tudja, mi Gyula? Két patront hagyok itt. Matula ezt úgy mondta, mintha magas kitüntetést akasztott volna Tutajos mellére, és Tutajos úgy is érezte ezt. Ha ezt az osztály látná! A puska állandóan mellettem feküdt a parton, mondta Bolhának gondolatban, mert akármi jöhetett. Lőszer mindig volt elegendő. Különösen egy nagy barna kányára fájta fogam. És ekkor? Jó, sohajtott Tutajosunk! Jöjjöjjöjjöjjöjjöjjöj, a megálmodott testes ragadozó ott vitorlázott az orra előtt. Nyilván a kis szárcsákat kereste. Matula már elment a puska a földön, mellette a két patron. És Gyula megbűvölve nézett a villásfarkú szép ragadozó után. Csak nézett, és tisztesség ne esség, mérgesen beleköpött a vízbe. Látott, utajos, milyen marha vagy? Álmodozol, hogy így fájta fogad, meg úgy fájta fogad a kányára, hát most fájhat a fogad. Különösen egy barna kányára fájta fogam, és nézd, bolha bevallom, már előre elgondoltam, hogy mit fogok neked mondani, és elhülyéskedtem. Ott ment el előttem a kánya, öt lépésre. Akkor volt, mint egy tehén. A puska a földön, és én csak bámultam, mert gondolatban veled beszélgettem. Ez az igazság, bolha. Ezek után Gyula beledobta a horgot, esik, ahova esik. Megtöltötte a puskát, és várta a kányát, hát, ha visszajön. A horog megcsináljon, amit akar. A puskát ölbevette, mert úgy érezte a kányának, ha erre ment, ezen az úton kell visszafelé is jönnie. A horognyelet kikötötte a csónak karóhoz, nehogy berántsa valami cápa és olyan követelően nézett végig a folyón, mint a türelmetlen utas a síneken a délutáni gyors vonat elé. Ez a feszült várakozás azonban lanyhult, mert nem történt semmi. A kánya ki tudja, merre járt, az úszó pedig olyan unottan dölt a vízre, mint egy nyugdíjas pénzügyőr a liget padjának korlátjára. A napot már csak a nádbugák tartották a szemhatáron, és amikor két csörgőréce zúgott el Gyula felett, a fiú úgy nézett utánuk, mint egy vegyes vonat utasa, az előkelő gyors vonat után, amely csak elfüstöl a kisállomás hétköznapi peronja előtt. Így a csörgők is, és Gyula nem is gondolt lövésre. Ezeket? Meglőni? Aztán jött három szürke varjú mérsékelt gyorsasággal, nem is magasan. Ezeket már megcélozta, de nem, Tutajosnak a kányára fájt a foga. És a kánya, ez már valóság, jött is. Hogy Gyula babonázta meg, vagy ez volt a délutáni vadászterülete, nem lehet tudni. Minden esetre jött, jött, és Gyula reszketni kezdett. Nyugalom, suttogta, nyugalom. A kánya jött, mintha Gyula egyáltalán nem érdekelni. Gondosan vizsgálta a vizet s a partokat, a fiú kezében pedig emelkedett a puska szinte magától. — Én emelem? — dadogták tutajos gondolatai. — Én emelem? Egy kicsit eléje céglozni? Eléje! És ekkor? — Igen, ebben a döbbenetes pillanatban az orsó krrr, krrr, mint egy megőrült vekker, és Gyula ilyettében elsütötte a puskát. A Apuska rövid véleményt mondott az irányításról, és dühében rúgott. Rúgott, mint egy telivér mén, és tutajos félig süketen tette le a szigorú szerszámot. A kánya elegáns lendülettel tűnt el a túloldali nádban, és nem törődött vele, hogy tutajosunk miként akarja búna kereszteni fejét. Igen ám, de az orsó! Gyula előbb kioldotta a megkötött nyelet, aztán dühösen bevágott és nem mondta, de gondolta, te vagy az oka kutya. Ho -ho, nana. A hal erősen védekezett, és Gyulánk magához térve okosan sétáltatta a halat. Sokáig sétáltatta, mert a hal egyre más véleményen volt, de végül is felhúzta, hogy levegőt adjon neki. Az anyád! Méltatlankodott Gyula Lajos. Gondolhattam volna. Olyan kiló körüli vadponty volt, szinte fekete és még a szágból is majdnem kivetette magát. Szuszogva emelte ki a partra, amikor csikasz vágtatott a küzdőtérre, nyomában matulával. Az öreg szó nélkül vette ki a halat a szágból, és dobta a tartó hálóba, aztán figyelmesen megnézte tutajost. Megint az orrával célzott. Gergő bácsi! Matula leguggolt a parton, és egy fűszálat pödörgetett, amíg a fiú elmondta az eseményeket. Egy nadrággal csak egy nyerekben lehet ülni, állt fel az öreg. Vagy puska, vagy horog. De a lecke tiszta haszon. Hanem a jobb arcára valami vizes rongyot teszünk az éjszakára, mert úgy megdagad, hogy az a Béla nem ismeri meg. Nem fáj? Nem, nem érzem, de hol harangoznak? A fejében, Gyula, éppen ott. De úgy vélem, már a kiladikasztuk, kilövöldöztük magunkat. Remélem az étvágy megmaradt. Majd én viszek mindent, maga csak a vizes zsebkendőjét nyomja a képére, de most rögtön, azonnal. Egy szóval ez a délután csupa nyereség volt. Mindkét tenyerében két vízhólyag, izmaiban tüzes drótok, arcán szépen kékülő daganat és csodálatos étvágy. Ki akarhat ennél többet egyetlen délután beszerezni, nem is beszélve az ünnepi harangjátékról, amelyet csak ő hallott egyedül. Igaz, távolodóban. Amikor aztán Gyula az ötödik darab halat is elnyelte, Matula nem áthallotta megszólalni. Úgy látom, megmaradt Gyula. Miért nem maradnék meg, Gergő bácsi? Hát panaszkodtam egy szóval is. Becsületére legyen mondva egy szóval sem, de nem is illett volna. Mert aki felül a lóra, számoljon vele, hogy le is esik. Nem igaz? De honnám? mondta a tutajos, és észre sem vette, hogy a gyébetűt vagy a víze hagyta, vagy a parton felejtette, ám bár az is lehetséges, hogy a puska rúgta ki a helyes írási szótárból, és Gyura sokkal fáradtabb volt sem, hogy keresgélte volna. De ekkor már a vacsora tűzlángjai ijesztgették a sötétséget. A berek mélyén lidért láng örködött, talán rablott kincs felett, amelyet sok száz éve nyelt el a láp a rablóval együtt, aki buzgón és törökül imádta Allahot, de ennek dacára sem látta meg többi a top kaput és Isztambult, ha csak álmában nem. A nádas talán erről susogott, s talán ilyen álmoktól borzongtak a fák, ha nem is fújt a szél, de Gyula erről már nem tudott. Gyula mélyen aludt, azt azonban még így is biztosan tudta, hogy két feje van, de egyikkel sem tud mit kezdeni, mert a jó hűvös borogatás mindig azon a másikon van, amelyik nem fáj. A valóság azonban az volt, hogy tutajosunk egyetlen, jobbról erősen megkelt fővel rendelkezett, míg a borogatás a szénám volt, és szépen fehér lett, mert rásütött a hold. Matula természetesen sehol. oda ezt mellőzésnek érezte volna, de itt valósággal örült neki, hogy egyedül lehet. Matula hajnalonként úgy eltűnt, mint a tegnapi füst, és Gyulának nem is jutott eszébe firtatni, hogy mit csinált, mit látott és mit hallott. Majd elmondja, ha akarja, gondolta ilyenkor, és Matula el is mondta, ha érdemes volt elmondania. De amit elmondott, az tiszta búza volt semmi pejva és semmi ocsú. És ha tutajos egyedül járt erre-arra, Matula sose faggatta, hogy hol járt és mit csinált. Majd elmondja, ha akarja, gondolta, és a fiú beszámolt, azt olyan rövidre szabta, hogy rövidebb már nem is lehetett. Egy-két közbevetett kérdéssel átvágta a dagályos elbeszélés kanyarodásait, és a fiú megérezte, hogy a holtágakra valóban semmi szükség nincs. Matula egyenesen neki ment a fának, amit ki akart vágni, és nem kerülgette az erdőt. Tutajos eltévedt bárányka volt Matula mellett, hiszen az ő szemével kezdett látni, és az ő fülével hallani. Mégis úgy érezte, hogy ennyire önálló nem volt soha. És Gyula öntudatlanul is ízlelgette ennek az önállóságnak néha éretlen gyümölcseit. — Eszed van, használd, mondta István bácsi, és ha bevered a fejed, hát a magadét vered be. És szó szerint így is volt. Itt nem lehetett javítani, és egyik felelettel jóvá tenni a másikat. Itt mindig vizsga volt, és a jelölt vagy átment, vagy nem. Pótvizsga azonban annyiakat, amennyi kellett. Viszont ugyanazon tárgyból többször is meg lehetett bukni. Nem, tutajos, semmi mellőzöttséget nem érzett, hogy matula szó nélkül elment. Sőt, kellemesebb volt, hogy egyedül lehetett a tegnapi sérülések leltározásánál. Jobb markában felszakadt a vízhólyag, de azt csak akkor látta meg, amikor kezét felemelte, hogy arcát megtapogassa. Dagadta -e vajon, mert tükör nem akadta berekben. Piri mama minden esetre elsírja magát, ha meglátja Gyula arcát, a jobb felüli részleget, mely kissé kiment a formájából, és kellemes színe volt, mint a félig érett szilvának. De ez nem fájt, és ez a lényeg. Karjait azonban annál jobban érezte, és combjaiban az izmokat, mintha elszakadni készülő zsinegek tartották volna. Mondta Gyula a testrészek szemléje közben, és úgy érezte, hogy ha feláll, a tartó oszlopok menthetetlenül összedőlnek alatta. Ez azonban könnyelmű levecslése volt a vékony, de kitartó comboknak. Jobb, ha nem is fürdök, gondolta. De amikor Matula megérkezett, ez az elhatározás füstbe ment elképzelés maradt csupán. A fürdéssel várjon még egy kicsit, mondta, mintha Gyula mindenáron azonnal fürdeni akart volna. Mindenféle szemét megy a vízem. Valami disznó beleszórta az avas hogy szállna rá a nyári harmat, ami a fákat repegeti. Gyula némi tűnődés után úgy gondolta, hogy Matula alig, hanem a mennykőre célzott, és ebben igaza is volt. Nem is árt, ha hever még egy keveset, mert gondolom, nem szokta a cigány a szántást, és így reggel, Első mozgásra kicsit rozogán érzi magát. Fáért én megyek máma. Dula hálásan gondolt erre az ajánlatra, de a nap éppen besütött a kunyhóba, és amint körülnézett, úgy érezte, hogy a nagy takarítás szükséges és sürgős. Holnap itt van bütyök. Azonnal felkelt, kicsit imbolygott, kicsit sziszegett, aztán vállára dobta a törülközőt. Ne lássa Matula ezt a rogyadozó kivonulást. A vízen úszott még egy-két elmaradt penészes a csomó, de penész ide széna oda, legyünk túl rajta. Tutajosunk beengedte törődött testét a vízbe. Jaj, jaj. És úszni kezdett eltörni készülő végtagjaival. Jaj, mondta minden karcsapásnál. Jaj. De a víz jót tett. Nagyon jót tett. A mozgás hamarosan könnyebben ment, és a felcsapódó hullámok arcát is kellemesen símogatták. Jól kiszívatom magam! És tutajos valóban jól kiszívatta magát. Amikor kikapaszkodott a csónakra, érezte még ugyan a fájást, de csak úgy, mintha az érzéstelenítő hatni kezdene. Tudta, hogy fáj, de nem érezte annyira. Kicsit még süttette magát a reggeli nappal, de amikor a kunyhó irányában füst kezdett felfelé kanyarodni, gyomra szemérmetlenül megkordult. Matula éppen kihozta a nevezetes táblát, amikor a fiú visszaérkezett. Ezt is megsikáljuk, nézegette az öreg a volt asztalt, de első a reggeli. Jó volt a víz? Jó, mondta Gyula. Nyújtózkodott, és nem gondolt arra, hogy egy héttel ezelőtt erre a kérdésre még azt mondta volna, hogy Gergő bácsi, amikor felébredtem, és itt öt perces előadás következett volna az ébredésről, a fájdalmakról, azután a hősies fürdésről újabb három perc is végül, de most úgy érzem, újjá születtem. És most csak ennyi. Jó, éhes vagyok, Gergő bácsi. Mostanában mindig éhes vagyok. Hallom. Tutajos erre kisé elpirult, mert gyomra olyat kordult, mint a távoli mennydörgés. Ez az elpirulás azonban nem volt tökéletes, mert utaljosnak csak egyik arcát öntötte el a leányos pír. A jobb arcfele szigorú maradt, dagadt és kék. Amikor a tűzrakás megrokkant kicsit, és a két lángok már a parázsol libegtek, matul a kenyeret szelt spirítani kezdte. Megnyúlósodott a kenyerünk, nem vette észre? Nem. Azért pirítom meg előbb. Na! Erre csorgassa a szalonnáját. Itt a só is, meg a zöld paprika. Ezek után hosszú idei nem szóltak egy szót sem. Ettek. Csak a pirított kenyér örlése hallatszott a fogak között. Tutajos úgy érezte, hogy az előbbi korgás elolvadt, és gyomra teltsége lusta jó indulattal hanyatlott a jó lakottság ölelő karjaiba. Matula éppen bicskáját csattintotta be, utána felkapta a fejét. A szürke varjak! Állt fel Gyula, és kihozta a messzelátót. Még messze vannak, de valamit hajtanak. Húzódjunk a gunyhó mellé, tanácsolta Matula, mert egyet -egy szürke varjat már látni lehetett, amint felcsapódott a távoli fák között. Oda nézzen! A ritka nagy nyárfák közül ekkor szárnyolt ki a rétisas. Ha megtartja az irányt, közel megy el a kunyhó mellett. Tutajosék lapultak, mint a zsindejtető. Hú, mekkora! És visz valami állatot! Kis kutyát! Alig ha, suttogta Matula, nem megy ez a faluba. Róka! Kis róka! lelkentezett Gyula. Az, már látom. Erősek a rókák az idén. Betegek. Az óriás madár ekkor már alig volt ötven lépésre. A varjak iszonyú sivalkodást csaptak, mintha a két embertől kértek volna segítséget. Látjátok? Hát nem látjátok? Viszi már, kár, kár, ugye látjátok? És nem ad, és nem ad nekünk belőle, kár, kár. Rettenetes nagy, suttogott Gyula, de a gukkert már kézben tartotta. Nem is gondoltam, hogy ekkora szép nagy madár, mondta Matula. Megy a fájához, és most mindjárt megeszi. Gondolom, nincs jégszekrénye. De most már ettünk, sast is láttunk. Jó lesz neki veselkedni a takarításnak, akárhogy is húzódozunk tőle. Hát igen, indult el Gyula, de az is igaz, hogy bütyökért szívesen takarítok. Úgy van rendjén, borintott az öreg. Ne felejtsenek el majd két pokrócot is hozni a vendégnek. Akkor talán el is kezdhetjük. Pár perc múlva a kunyhó környéke hasonlított egy kirakodó vásárhoz, melyet martalócok támadtak meg, de a fedél alatt nem volt már semmi. Először az ágyakat csináljuk meg, mehetünk szénáért. Gergő bácsi járt erre, nézett Gyula a friss csapásra. Én. A széna petrencénél aztán meglátta tutajos, hogy miért járt arra matulat. A kis petrence alatt két frissen vágott pózna volt átdugva. Álljon közübük, aztán emeljük. Tutajos örült, hogy egyszerre beviszik az összes szénát, de karjai most is élénken tiltakoztak. — Bírja, szuszogott elől az öreg, ha nem tart sokáig. Letesszük, ha kell, csak szóljon. De Gyula nem szólt, és a fáradtság elmúlt abban a pillanatban, amint letették a szénát. Ezután Gergő bácsi hálózott és kihajtott néhány darazat is. — Ippen csak ti hiányoztak, törmögött. A darazsak azonban nem nyugodtak bele a kilakoltatásba, mert még párszor visszajöttek. Szeretik az ilyen náttetőt, csapkodott Matula, de én meg nem szeretem, ha itt teszi a fene őket. Egymás mellett akarnak aludni? Jó lenne. Akkor gyűjt a széna. Ne sajnálja. A kunyhó belseje kezdett kialakulni. Az ágyak formát kaptak, és majdnem méter magasak voltak. A polcokon való rakosgatás már csak játék volt és az egész kunyhót megtöltötte a friss szén a meleg illata. A puska a szögön lógott, az esőköpeny és matula alapja tarisznyája hátul. Az edényeket meg a táblát majd az árokparton tesszük rendbe. Csikasz kedvetlenül nézte ezt a nagy mozgalmasságot, és hol itt, hol ott ült levakarózni. Matula a kutyakaróját is kihozta a kunyhóból, láncostul. Itt lesz a heled, és a kunyhó déli oldalán verte le a cöveket. Elegen vagyunk odabent. Ha meg valami zegernye időgyűn, beresztünk, ne félj! Csikasz körül a cövek környékét, és mivel gazdája semmi megkötözési szándékot nem mutatott, mindjárt oda is feküdt. Csikasz valószínűleg sajátjának gondolta a cöveket, amíg a láncot a nyakára nem tették. Attól kezdve azonban a cövek parancsolta lánccal. Csikasz ezt nem szerette. Szépen összegerebízem a gunyhó környékét, mondta Matula. Maga meg addig fog valami halat, amit benhagyunk a tartóban. Aztán megnézzük tüske várt. Ha visszajöttünk, még horgászunk, ha nem elég a hal, és eszünk olyan uzsonna vacsorát. Korán lefekszünk, mert négyre a hídnál a kocsi. Sietek, Gergő bácsi. Ova. Úgy értem, horgászni. Má meg, má meg kapkod. Csak azt mondja meg, hogyan siet horgászni. Ha kap a hal, Kap. Ha nincs étvágya, nem kap. Ha cigánykereket hány a partról, akkor sem. De úgy értetem, Kergő bácsi, hogy amit mondott, igyekszem gyorsan megtenni. Azt meg úgy is tudom, minek arról beszélni. A puskát vigye magával, és a gyünne az a kánya. Csak nyugodtan. De a barna kánya máshol lehetett elfoglalva, mert nem jött. Lehetséges az is, hogy veszélyesnek tartotta ezt a helyet, ahol szegény kányára rálövöldöznek, és amíg emlékeiből ki nem hullik az a mennykő nagy puffanás, talán nem is jön erre. A puska a földön feküdt, nyitva, mellette a patron, mert utoljós megtanulta, hogy a megtöltött fegyver mindig veszélyes, és inkább menjen el ezer vad lövés nélkül, mint egyszer akadjon sörét az emberbe. Ha szükség lesz, egy pillanat alatt meg lehet tölteni de nem fekszik mellette a fegyver, mint egy felhúzott íj, mint egy élesre állított bomba, amelyet csak meg kell rúgni, hogy robbanjon. Gyula nyugodt akart maradni, és az is maradt, mert minden gyorsabb és ideges mozdulatára megszólalt gondolatai között a nevelő apa. Ne kapkodjon! És tutajó sokszor öntudatlanul is számot vetett magában, hogy a halászat és vadászat fokozott gyönyörűsége, feszült küzdelme, számító taktikázása lényegesen nagyobb öröm volt a szertelen kapkodás nélkül. És eredményesebb is. Végül, bár idegei pattanásig feszültek, belerögződött a mozdulatok mérséklése, pontosan beállítva a szükség mértékére. Nem is vette észre, hogy átalakulása mennyire hasonlított a környezet viselkedéséhez. A nád pontosan annyira hajolt meg, amennyire kellett, hogy a szél el ne törje. A tojások úgy helyezkedtek el a fészekben, ahogy a nehézkedés törvénye előírta. A fák szinte ráfeküdtek a viharra, hogy a szél átfolyjon leveleik között. És csak a száraz ágak álltak ellen, halott merevséggel és törtek is össze a természet törvényeinek értelmében. Gyula talán nem értette még tökéletesen, de érezte Matula figyelmeztetésének természetes igazságát. Ne kapkodjon! Ami természet ellenes, az itt nem jó, és megbosszulja magát. Elmegy a hal, elsieti a lövést, összegubancolódik a horogzsinór, feltörik a kéz, megég a bőr. Itt nem siet semmi, ha nem kell. De villámmá változik, ha arra szükség van. Az a kis szárcsa nem tanulta meg jól a leckét. Elpusztult, mert el kellett pusztulnia. A természet csak az erőseket és alkalmazkodókat tartja meg. Ez az igazság, ami maga az erő. De igazság az is, hogy ami eddig szórakozás volt, élvezet és sport, most már lassan munka is lett és kenyérkereset. A halat nem csak megfogni volt élvezetes, de enni is és Gyula arra gondolt, hogy az ősember zsákmányolása is a küzdelmen felül öntudatlan élvezet volt, és öntudatlan sport. Persze akkor még nem is álmodott az ember orsóról és nejlonfonárról, hiszen még a vasat sem ismerte, de csoncigonyával ugyanúgy leste a halat, mint most ő horoggal. És a rénszarvas csordát, vagy a vadlóménest belopni, lerohanni, dárdát hajítani, a vadat legyűrni több lehetett minden öttusánál. Gyula gondolatai szerte kalandoztak, de egyik szeme az orsón volt, másik a tájon, és bár ritkán kapott a hal, egyetlen egyet sem engedett el. Igaz, csak keszegek voltak, egy ívásból valók, tenyérniek, de tuta is megtanulta már, hogy a keszeg nagyon jó ízű hal. Némelyik jobb, mint a ponty, ha hozzáértő írdalja és süti. Az írdalók és apróra vágja a hal szálkát, amit már nyugodtan meg lehet enni. Ezután a hús simán leválik a gerincről. Tíz óra elmúlt. Nézte a horognyél árnyékát. Közel fél tizenegy is lehet, de az a gondolat csak annyi volt, mint a vízen átszálló felhő árnyéka. Megtapogatta arcát, s úgy érezte a daganat lohadt, és szinte nem is kívánta, hogy valamire lőni kelljen. Mert ha olyan valami jönne, amire lőni lehet és szabad, Tutajosunkat egy görög dinnye nagyságú daganat sem akadályozná meg az izgalmas vadászatban. Szerencsére nem jön semmi, gondolja, de amint körülnéz, szeme megakad négy madáron, melyek katonás sorba jönnek egyenesen feléje. A madarak messze vannak és magasan, de jönnek. Gyula egy kis bokor takarásába húzódik és megtölti a puskát. Az úszó mozdulatlan, a madarak... Mint a zsinóról húznák őket, tutajó szíve erős ütemben dolgozik. Libák, suttogja, libák, magasan vannak. Ez a magasság azonban, mintha egyre csökkenne. Jól elibükkel célozni, gondolja Gyula, jól elibük. A vadlibák most lehetnek a kunyhó felett, mert kisé barra húzódnak. Talán meglátták Matulát. Aztán Gyula... Egy életem, egy halálom, még ha a fejem rúgja is le ez a puska, jól eléje célzott az elsőnek, ami nagyobb volt a többinél, és elhúzta a ravaszt. Most semmi rúgást nem érzett tutajosunk, s amit érzett, arról kár is beszélni, mert gyönyörteljes, dicsőséges érzés volt. A második liba összekapta szárnyait, hangos zúgással jött lefelé, és tompa puffanással esett a gátra. Híj, sohajtott a fiú, híj, ez szép volt. És csak szorongatta a puskát, és nézte a helyet, ahova a liba esett. A lövés csattanása már szétporlott a levegőben, a három liba már messze járt, s a környék megnyugodott. Gyula egy pillantást vetett az úszóra, aztán letette a puskát, és sietve elindult a zsákmány felé. Közben majd felbukott egy zsombékban, mert szeme elől járt, ahol a kívánatos madárnak kell lennie ott is volt. Hanyat feküdt, és látszólag nem törődött már semmivel. Gyula boldogan emelte fel a nagymadarat, és csikaszt már csak akkor vette észre, amikor a kutya majd a lábáról verte le. Hau, 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 ugrálta körül a vadást. Hadd szagoljam meg, engedj közelebb, csak azt enged, hogy megszagoljam. A bokrok közül kibukkant Matula. Kibukkant és mosolygott, és ez Gyula olyannak érezte, mint amikor a katonának mellére tűzik a medáliát. Szeme ragyogott, és a keze reszketett, amikor Matulának átnyújtotta a zsákmányt. Az öreg jobb kezében a libát tartotta, bal kezét pedig a fiú vállára tette. Úgy gondolom, Gyula, úgy gondolom, mehet a puskával, ahova akar. Ne ugrálj, az mert orron ütlek. A puskával bánni tud, vigyázni tud, lűni tud. István bátyja majd szerezzen engedélyt. Persze az elsőre célzott. Úgy is megmondtam volna, rebbent meg a fiú. Tudom, hanem mondok én erről valamit. Most legalább tudja, mennyivel kell elibe fogni. De nem tudja, milyen kár lett volna az elsőt lelőni. Pedig az volt a legnagyobb. Persze. Valami vén gúnár volt, hogy a fogunk tört volna a húsába. Ez pedig, emelte meg Matula, szalonnával tűzdelve, olyan lesz, mint az olvasztott vaj. Ez ide iliba. A vezető mindig vagy vén gúnár, vagy öreg tojó. Gyula, amikor hazaértek, a boldogság múló érzésén át is jól látta, hogy a kunyhó környezete vendégváró tisztaságba öltözött. Az elhullott széna összegerebézve, hamu összekotorva. Matula szeme követte a fiú pillantását. Erre a nyára végeztünk is a nagy takarítással. Maguk persze takaríthatnak, ha akarnak. Mi? Csak úgy mondtam. A libát eldugom hűvösre, egy kis ennivalót már tettem a tarisznyába, a hátizsákot hozza. Ide csikasz! És csikasz kelletlenül engedelmeskedett a parancsnak, és bánatosan feküdt a cövek mellé, mert a vékony láncot matula a nyakába akasztotta. Nem kötnélek meg, simogatta meg a kutya fejét, de megennéd a libát. Én pedig megvernélek. Hát kell az neked. Na látod. A halakat pedig eleresztjük, mert holnapig elpusztulnának, és van húsunk elég. A gáton járt egy kis szél, így a meleg bírható volt. Matula egyenletesen ment, ahogy szokott, és Gyula felvette ezt az ütemet, ami nem volt gyors, de nyelte az utat. Tüskevár közeledett, és a nagyfák zöld halmán már nyílások látszottak, és egy-egy vénfa barna dereka. Nem lehet ez olyan sűrű, majd meglátja. A szúnyogolajot elhozta? El. Amikor egy vonalba kerültek a dombal, Matula elfordult a gáttól neki a nádnak. Mindig a nyomomban, és ne álljon meg, mert lemarad a csizva. A nád itt majd két ember magas volt, de valamelyes csapás, mintha látszott volna. Régen nem járt erre senki, de minek is járna, inkább csak a rókák, de azok is jobban szeretik a sima gyalogutakat. Itt a legrosszabb. Itt már keményedik. Ezt Gyula is érezte. A csizmák nem cuppogtak már, és egyszerre csak elfogyott a nád, és zöld fal állt előttük. Matula csekély tájékozódás után belement ebbe a zöld falba. Mögém, egészen mögém, mert kiveri szemét az ág. Füllet meleg volt a bokrok között, és az avar nehéz szava. Amikor a bokrok ritkultak, Matula megállt. Szuszogjunk egy kicsit, addig bekelheti magát. Hát, Gergő bácsi igaza volt, ennyi szúnyog, szúnyogvárnak is nevezhették volna. Akkor talán még nem volt ennyi. Több volt a víz, és kevesebb a sár. Akkor itt még Balaton volt. Gyula vastagon kente magára az olajat. Ne adja, Gergő bácsi! Engem nem bántanak, de meg is szoktam. Süppettek az avarban, és magasan felettük a lombok között megrebbent egy-egy madár, de egyéb nem is hallatszott a süket csendben, csak a szúnyogok elégtelen hegedülése, akik utálkoztak a szúnyogolajtól. Nézze meg ezt a fát! Ha ez beszélni tudna! A fa koronája nem is látszott, hogy meddig ér, és a törzse másfél méter vastag is lehetett. Az erő és szépség, az idő maga volt ez a tölgyfa. Gyula megsimogatta a kérgét, ami kemény volt, mint a szélmarta gránit. Volt itt egy tudós ember, azt mondta, több lehet háromszáz évesnél. És azt mondta, igazuk volt a régieknek, akik szentnek tisztelték az ilyen fát. És tutajos úgy érezte, igaza volt annak a tudósnak. A koronában emberderék vastag görcsös ágak nyúltak szét, és rettenetes erejükben, mintha az eget tartották volna. Gyulában különös érzés ködlött, és szótlanul állt az elmúlt évszázadok mellett, amelyeket ez a szentfa őrzött magában. Saját kiforratlan jelentéktelenségét érezte emellett a tiszta óriás mellett, aki kiáltások és halásóhajok emlékére emlékezett, aki látta még a várat, rabokat és elmúlt embereket. Tivornyákat hallott, vad harcidalt és jajongó gyászéneket, ordítást és suttogást, és elmúlt minden de ebben az ősfában benne van minden. Én is elnézem néha, mondta Matura. Van benne legalább negyven köbb fa. Más is van benne, Matula bácsi, mondta a fiú, mert úgy érezte, mintha az öreg megbántotta volna. De én úgy gondolom, azt nem lehet méterrel megmérni. Az öreg sokáig hallgatott. Tudja, Gyula, mondta szokatlan szeléden, én nem mondom, hogy nincs igaza. De a szegény ember azért inkább csak méterrel méri. Mert nem a tegnapra gondol az, akinek holnap talán nincs tüzelője. Elmúlt már az az idő, Gergő bácsi. Megváltozott a világ is, még egyre változik. Ma már a legszegényebb gyerekek is nyaralhatnak, és Pondorai néni ingyen fürdőzhetik a legdrágább fürdőhelyen. Tudom, Gyula, és jól van ez így nagyon. De azért mindig lesz, aki nem néz vissza, talán csak a kicsit részeg, vagy ha nagyon egyedül van. Na, menjünk, mert vannak itt még fák, amiket érdemes megnézni. Az avar sejtelmesen susogott lábuk alatt. Aztán, állt meg kicsit később Matula, ne hogy én felszét tudnék fogni itt akármelyik fára, mert sokszor elgondolom, hogy olyan ez a dom nekem, mint a temető. Azért régi atyám fiai is itt nyugosznak valahol, az egészen biztos. Öreg papunk mondta, hogy a mi nevünk a legrégibb a plébánia irataiban, meg a csajágiaké. Az öreg anyám csajági lány volt. Azt mondta az esperes úr, tavaly halt meg, nyugodjék, hogy abban a kutya török világban, ha baj volt, csak szedte a cókmókot a falu, aztán ide hurcolkodott. És ha valaki meghalt, nem is lehetett máshol eltemetni, mert víz volt körös körül. A bokrok itt már jól megritkultak, és nem is nőttek nagyra, mert az óriás fák alatt mindig árnyék volt. Gyulának a nyaka is belefájdult, amint felnézett a nyárfára, ami alatt megálltak. A nyárfa gyorsan nő, nézett fel Matula is. Ez itt unoka ája sem lehet annak a tölgynek. Puha fa, és nem nagyon hosszú életű. Látja azt a sokodút? Mindben lakik valami. Leginkább a csóka, de régen kirepültek már a fiatalok is. Akkor volt itt nagy zsivalgás. Ha Hanem nézze csak, Mit? Ott a vastag ág tövében. Az ág tövében, egészen a törzs mellett, jókora bagoly ült, és kerekre nyílt szemét rájuk mereztette. Nem is fél, nevetett Gyula, és megcélozta a bagyot. Könnyű lenne lelőni. Könnyű hát, ha szabad lenne. Tudom, Gergő bácsi, tudom, csak megcéloztam. Jobb, ha nem célozgat. Inkább ismerje meg, hogy ez a füles bagoly. Erdei füles bagoly. Nem szabad bántani. Soha nem szabad bántani. Egy bagolyt sem szabad bántani. A bagoly ásított, mintha unta volna a beszélgetést. Még ásít is, csodálkozott Gyula. Hát ez igazán nem fél. Nem igen lát embert. Más ellensége meg alig van. De nézze meg ezt a fát. Magyaró? Ilyen nagyot még nem láttam. De mennyi termés van rajta? Nem sokára élet lesz. Hát, legyintett Matula, egyet-kettőt pillant az ember, aztán vége a nyárnak. Na, erre gyűljön. Gyula követte az öreget, de gondolatai között hidegen zörgött a pár szó. Aztán vége a nyárnak. A kis dombtető itt egyenes volt, fátlan, majdnem kopasz, és egy helyen meredeken végződött. Gyerekkoromban itt még faltörmelék volt, aztán behorta a szél és benőtt a fű. Fa sem telepedett azóta itt meg. Minek van olyan jó szaga, szimatol Gyula? Kakuk fű, hajolt le az öreg. Ez az, a temető is tele van vele, szereti a temetőt. Talán azért van itt is. Matula körülnézett. Leülhetünk, itt jár egy kis szél. Eszünk valamit, nézd elődünk. Csak innét lehet kilátni a berekre. Leterítette a kenyérruhát, kitette a kenyeret, szalonnát, zöld paprikát. Jó még a kés? Jó, mint a beretva? Hát akkor nyúljon hozzá. Szótlanul ettek. Előttük a nádas, mögöttük az erdő. A nádas felett messze lehetett látni, de Gyula gondolatait most nem szívta a ragyogó messzeség hátra hallgatózott az erdőbe. Orra tele volt az avar, a kakukfű, a tölgyek összekeveredett illatával, és az erdőt hallgatta. Szél alig mozdult, de a vénfák mégis suttogtak, aztán egy odugalamb kezdett búgni, csodálatosan lágyan, de a bársonyos hang betöltötte az egész erdőt. Gyula nem is nézte, mit teszik. A kés magától járt a kezében, és a falatot öntudatlanul emelte szájához. Néha megállt az evésben, és ilyenkor úgy érezte a bokrok puha árnyékában, elmúlt emberek lélegzenek. És a föld, ahol ül, azért meleg, mert előbb ült már rajta valaki. Itt volt a fal, mondta Matula. De hol vannak a kőművesek, akik rakták? Hol a kéz, amely a habarcsot keverte? Hol a gondolat, ami az egészt teremtette? Mi lett belőlük? Milyen erő lett belőlük? Hiszen az energia nem vészel, csak megváltozik. Falett belőlük. Madárszó. Virág, tölgymak is magyaró lett belőlük. Szél és pára lett belőlük. Felhő. De mi lett a képzelettel, a gondolattal? Belarakták a falakba, vagy itt kereng, és megérinti az ő képzeletének húrjait. Mi lett belőlük? Mi lett belőlük? Föld, víz, elmállott csontok, mész és foszfor, de hova lett a fájdalom? Az öröm, a sírás, a kín, a mámor, a harag, a békülés, a szeretet. Egymásnak adták ezeket az érzéseket, és magukkal vitték. Az öreg fák csak suttogtak, a kakukfű illata lengett, de ezt nem értette meg Ladó Gyula Lajos, nem értette meg Matula Gergely, és nem értette meg senki. Az élő enyészet puha érintése volt ez, az időkerekének súlytalan fordulása, amelytán felhord valamit az elmúlt napok végtelenségének óceánjából, mint kocsikerék a homokot. Nem lehetett tudni semmit. A fák suttogtak, a galamb búgott, a nap már lefelé, és a maradék szalonna mellé odaült a szótlanság. Később bejárták a kis dom minden zugát, és mikor hazaindultak, Matula jelettett a bejárathoz. Ha egyedül jön ide vagy a vendéggel, csak itt lehet bejönni, mert máshol leszedi a tüske a nadrágot. Itt van a legtöbb szúnyog, <laughs> csapkodott Gyula, de ez csak olyan megszokott védekezés volt, mert megszokta a szúnyogokat is. Aztán szótlanul ballaktak hazafelé, és amikor megérkeztek, Matula első dolga volt a viháncoló csikaszt elengedni. Mondom, csak a libától féltöttelek, mert te amúgy rendes kutya vagy. Csikasz meghempergett a fűben, s a szabadságban, aztán izgatottan követte gazdáját, mintha megértette volna. Most megfejtem a libát. Jó, ha megnézi, hogy kell. Sokan azt mondják, a vadlibának hal szaga van, de ez nem igaz. A vadlibának vadliba szaga van. És ha valaki nem szereti, hát ne kopassa, hanem fejtse. Húzza le a bőrét azzal a kis zsírral együtt, ami alatta van, és senki a világon nem tudja megkülönböztetni a házi libától. Matula borotva éles kése a mellen húzódott végig, aztán széttárta a bőrt, mint a könyvet. Látja, milyen könnyen megy? Egy darabban lejön az egész bőr, tollastul, mindenestül. Nem próbálná meg? Ki is belezem, Gergő bácsi? Láttam otthon, hogy csinálják. Addig én tüzet rakok. Minden belsőséget adjon a kutyának, ha lábasban sütnénk, persze megsütnénk a szivit, máját, zúzáját is, de most nem bajlódunk vele. Hadd legyen ennek a mi hasznának is vasárnapja. A mi haszna ebb ezt nagy mértékben helyeselte, de azért úgy indult Matula után, mint aki tudja a kötelességét. Matula azonban leintette. Csak maradj, úgy is tudom, a szívet szakadna meg. Matula meghozta a tűzrevalót és egy jókora nyársat is. Szakértően megforgatta a szárnyast. Jó, most megtűzdeljük szalonnával. Csikasz ekkor ásta el a kunyhó mögött a libanyakát fejestül, mert ebben a pillanatban többet enni nem tudott. A nap ekkor már ferdén nyilazott át a lombokon, és a levegőben lustán szárnyalt a nagy rétség száraz illata. A tűz körül azonban más illat felhőzött, amire előjött Csikasz is nézte a nyárson forgolódó madarat, szaglászott, s farkát csóválta. Hát ez azért egészen más, nyelt egyet, és kutya becsület szavamra mondom, mint amíg tudnék enni. A liba pirulván pirult a hosszú nyárson, és amikor színe már megközelítette a cseresznyéjét, Matula kést bökött a combjába. A kés könnyedén szaladt a húsba. Jó, mondta. Ha a comb puha, akkor már a melle is puha. Elő a táblát meg a tányérokat. Most megint hosszú csend következett, és Gyula azon gondolkozott, mondja-e Matulának, hogy ilyen jót még ne bevett. Gergő bácsi! Kezdte, de az öreg mosolygott. Kár a szóért, látom, mit akar mondani. Gergő bácsi, én beteg leszek, annyit tettem. Ha ettől beteg lesz, meg is érdemli. De ne féljem. Csomagolunk majd reggelire is. Aztán kínálja meg azt a Bélát. Éhes lesz, mert egész éjjel utazott. A kocsim bekapják. Van idejük elég. Köszönöm, Gergő bácsi. Mit? És Gyula megakadt. Mit is köszönt tulajdonképpen? Hiszen itt annyira közös volt minden. Amit egymásnak tettek, maguknak is tették. És nem is tudtak semmit tenni, nem is akartak semmit tenni, ami a másiknak ne vált volna hasznára. De erre nem is gondoltak, mert mindez a természetrendjéhez tartozott, amelyben éltek. Mindent köszönök, Gergő bácsi. még egy kicsit a tűz mellett, aztán mikor a nap ellobbant a nyugati égen, és az alkony hűvös ébredése végig lengett a nádas felett, Matula kiverte pipáját. Eleget jöttünk, mentünk, ettünk, azt gondolom, a többit már fekve is nézhetjük. De nem igen néztek semmit, inkább hallgattak. A homályban már tüskevár árnyai jártak, galambúgás és a kapuk fű illata. Gyula tengerén érezte az óriás tölgy kérgének keménységét, és látta a bagjot, amint ásított. Hallotta a láthatatlan szellő susogását, és érezte az avarszagot, ami olyan volt, mintha évszázados menték, dohos kripták, bor és bőrszaga keveredett volna össze a fodormenta és penészes falak szagával. — Gergő bácsi! — akarta mondani, de aztán elfelejtette, hogy mit akart mondani. — és úgy érezte, nem is akart semmit sem mondani. De, akart, és nem is szólt, mert Derik Tutajosunknak volt ugyan egy-két rossz szokása, de álmában nem beszélt. A következő pillanatban pedig valaki megfogta a karját. Gyula, rázta, Gyula indulni kell. Mi? Az, hogy reggel van. Lehetetlen! Elhiheti, nézz a göncölt. Gyula megnézte a göncölt. A nevezetes szekér kerekei ide-oda lődörögtek, Rúdja azonban eléggé csáléra állt. De hogy reggel van? Matula szerint szép sötét éjszaka volt, de a vonat jön. Könnyűnek és ínekel jár, és nem bizonytalan gyalogúton. Jön, mint egy kivilágított hernyő a sötétség alakútjában, maga körül hordva az alagutat is. De belül emberek vannak, és bükök. Erre hirtelen felült. A puskát vihetem Kergő bácsi? Véheti, meg is töltheti, de mielőtt a kocsira ülne, a patront vegyek ki. Úgy is kivettem volna. Sietni nem kell, van ideje elég. Sietni, gondolta Gyula, amikor kiért a folyópartra. Sietni, és akkorát botlott, majd a nyelvét harapta el. Megállt kicsit, nézte a vizet, és a mélyben fürdő csillagokat. A fogyóhold fénytelenül és álmosan bujkált a bárányfelhők között, és ha meglocsant a víz, vagy valami neszmotoszkált a nádban, a fiú megborzongott. Megállt, hallgatódzott, és a puskát hóna alá vette. Félsz, tutajos, gondolta. De mi a fenétől félsz? Nem tudom, válaszolta magának. Nem tudom. Ha krokodilok lennének itt, vagy leopárd, de vipera lehet. Na és? Szamár, a gumicsizmát nem harapja át még egy kobra sem. Rák, 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 rák! Recsed meg valami szörnyű hang, és száni uhogás hallatszott. Tutajosunk majdnem leült ilyettében, és a puskát védekezően tartotta maga elé. Gém, mondta belül egy hang, gém, és éppen úgy megvan ijedve, mint te. De Gyula állt és térdereszkedett. Nem vigasztalta, hogy a gén éppen úgy megvan ijedve, ám bár nincs puskája. — Meddig akarsz itt állni? kérdezte magától, és arra gondolt, hogy majd otthon az osztályban. — Kérlek szépen, mondja Bolhának vagy bikának, amint megyek öreg puskámmal a hónom alatt, úgy éjfél körül járhatott az idő. — Nem féltél? — Hogyan kérlek, mitől féltem volna? És ekkor valahol megszólalt egy mély hang. Bú, bú, bú. A hang messze volt. Valami elszabadult bivaj, reszketett tutajos, és gondolatban megesküdött, hogy férfiasan bevallja. Bizony, borzongott egy kicsit. Bú, bú. Szerencsére egy helyben bőg, indult el óvatosan, de érezte, hogy ingét átizzatta már. Nagyon meleg volt az éjszaka, de most már valamivel jobban látott. A lábai is jobban megérezték a gyalogút vájúját, és gyorsabban lépett ki, ha arra gondolt, hogy nem ér idejében a híthoz. Ha nem mozgott semmi a nádasban vagy a vízen, egyszerre égig ért a csend. De szinte szétesett, ha locsant a víz, vagy valamitől, de mitől pattant a nád. Ilyenkor arcára, mintha pókháló ereszkedett volna, és egész testén átszaladt a borzongás. Ettől aztán dühös lett. Hitvány, legény vagy ladó. De legalább azt mondanád, meg mitől félsz? Hitvány vagy, ostoba és hazudozó. Ettől a gorombaságtól gyula-lajos, a gyulák ivadéka egyszerre magához tért. Vállára kanyarította a puskát, és. Igen, beleköpött a sötétségbe. Észre sem vette, hogy névtelen félelem ellen. Milyen jó orvosság a valóságos mérgelődés. Bú, bú hangzott messziről, kisé megrezegtetve a fiú idegeit, de most egészen más hatással. Egyen meg a fene ott, ahol vagy, ha ide úgy beléd lövök. És a hang irányába nézett, ahonnét azonban nem jött semmi, csak... Nini, virrad! és akkorát sóhajtott, mint akinek a sötétség egész dombja szakad le a szívéről. A csillagok homályosodtak, látszott már a víz lomha mozgása, a gyalogút árka, a nádbugák zászlaja és csizmáinak nedves lépegetése. De színe még nem volt semminek. A szürkeség azonban elvált már a feketeségtől, a fény az ánytól, az ég a földtől. Sáp, sáp, hát, hát, szólalt meg egy vadréce, és hallani lehetett szárnyaival, hogy verdesett. A keleti égen vörös csík szaladt végig, kötszállt fel a folyóról, és valahol messze egy varjú károgott. A csillagok már majdnem eltűntek, a hold vérszegényen sápadt, és a sötétség rongyai ilyetten szálltak nyugat felé. Tutajosunk most már szabályosan lélegzett, szabályosan ment, s ha megállt, szabályosan fázott, mintha még az éjszaka hűvös keze símogatná a hátát. Aztán feltűnt a híd könnyed íve, de a hídon nyoma sem volt a kocsinak. Letette a puskát, levetette kabátját, és megmosakodott. Meg is fésülködött, de tükör nem kellett, mert a vízben jól látta kisé még szabálytalan ábrázatát. De tutajosunkat ez már nem is nagyon érdekelte, hiszen felkelt a nap, és a világosság bátor villanása szétsugárzott a vizeken. Aztán meghallotta a kocsi zörgést, és elindult a híd felé. A hídon túl már a balaton látszott, és amikor Gyulánk neki a korlátnak, nem is gondolt arra, hogy, dacára szépen elválasztott hajának, ha valami gyengébb idegzetű hajadon jött volna, feltétlenül átkerül a túlsó oldalra. Igen, tutajosunk kiső úton állónak hatott. Elég magas volt, lesült és felégett, térdei összekaszabolva, és jobb képe még a könnyelmű puskatartás kék nyomait viselte. Szerencsére a gyengébb idegzetű hajadonok ebben az időben máshol tartózkodtak, így nem rettenhettek meg tutajos félelmetes egyéniségétől. De Gyula nem is vágyott ilyen babérokra. A berek felől megindultak a madarak, és Gyula ismerősként vette számba őket. Egy káró katonát kellene az iskolai szertárnak lőni, gondolta. Ajándékozta Ladó Gyula Lajos, nyolcadik osztályos tanuló. Meg egy bakcsót is. A kocsi azonban megérkezett, és Gyula nem folytathatta az elméletbeli adományozást. Jó reggelt, Balázs bácsi, ide ülök maga mellé, kapaszkodott fel Gyula az öreg kocsishoz. Mi újság? Mi lenne? A búzát, a rozsot már elverték, most az zabot csépelik. Egy tején felfújódott, de a fő agronómus úr megszúrta, aztán leapadt. Nem veszi fel a gallért? Látom, megizzadt. A kocsi neki zökkent az útnak, a gallér alatt kellemes meleg volt. És Gyula most már nem beszélt, csak bütyök járt eszében, és a sok mondani való. A jegenyék jöttek, mentek az út mellett, és Gyula szépen elszúnyott a gallér meleg sátrában. Arra ébredt fel, hogy a sorompónál kettőt, nagyot zökkent a kocsi. Elaludtam. Az jó, mondta Balázs, aludni mindig jó. Aztán meg jókor felpillantott, gondolom. Muszáj volt, Balázs bácsi, a sötétben nem lehet sietni. Mögöttük kerepelve ereszkedett le a sorompó. Az állomáson két-három ember lézengett. Az irodából kihallatszott a morzegép kopogása, és Jula kisi álmos izgalommal csikorgatta csizmái alatt a kavicsot. Vajon elhozza-e bütyök Géza bácsi fényképét? Géza bácsiét, aki orvos, vadászmester és az ifjú maharadzsák nevelője, ám bár eredetileg fűtő volt. Gyula gondolatai között valami bizonytalanság kígyózott. És ez nem illette be a gyönyörű reggelbe, de Gyula nem tudott szabadulni tőle. Matulát érezte maga mellett, és az öregember maga volt a világos bizonyosság, maga volt a mellékutak nélküli valóság és természetesség. Nem. Matulát nem lehet hasonlítani senkihez. Mert Matula maga volt a berek könyörtelen, mégis csodálatos valósága. Gyula elnézett messze a csillogó síneken, és arra gondolt, hogy a párhuzamos vonalak a végtelenben találkoznak. Ezt így tanulta, és ez ködös volt, mint a berek titkai, mint a földbe süppett várfalak múltja, mint a csillagok fényévei, mint mindaz, amiről Matula nem beszélt, mindaz, amiről az öreg hallgatott. És most jó volt ez a homályos tudat, ami lehetővé tette Géza bácsi valóságosnak elképzelhető háromféle állását, a maharadzsai autót, a néhai fűtő széles körű karrierjét. Tutajosunk nézte a sínek felett rengő levegőt, a sínek találkozását valahol, és öntudatlanul meg akarta menteni az álmok valóságát is, hiszen, gondolta Tétován, minden álomból lehet valóság, a múlt valóságai lassan elmerülnek az idő és messzeség álomszerű ködében. Vajon elhozza a fényképet bütyök? És Gergő bácsi tudja, hogy mi az a maharadja? Mi is? Hökkent meg tutajos. Mi is a maharadja? Hát, izé, olyan gróf vagy mi. Szóval földbirtokos, csak nagyobb. Majdnem fejedelem, de nem egészen. Gyulánkat végül is a vonat húzta ki a maharadzsai problémából, belefütyülve, belefüstölve és dübörögve a párhuzamosokba, és elgázolva minden gondolatot, amely nem vele foglalkozik. Az egyik ablakból Pondorai néni integetett. – Juszi! Juszikám! Megy már, Béla! Tutajos odaszaladt, és majd az álla esett le, mert az ajtóban nem bütyök jelent meg, hanem egy lord, egy főúri csemete, egy fiatal maharadja. Bütyök! – ámult Gyula, és öleléste tárt karja lehanyatlott. – Szervusz, Gyulám! – emelte meg vadász vadászkalapját bütyök, de ő is meghökkent, mert Gyula sem volt közönséges látvány szilvakék jobb képével, végtelenül maszatos ruhájával, ütött vert térdével és nyíratlan frizurájával. – Gyuszikám, vigyázzon Bélára! – kiáltotta néni, mert a vonat neki rugaszkodott a síneknek. – Jó fürdőzést, Pondorai néni! Vigyázok! – vagy írunk. Bütyök karján felöltő, mellette szép bőrönd, lábám vadonat, tiroli bakancsok, vastag tértharisnya és golfnadrág. Bütyök, ez te vagy? De most már a régi szeretettel rázták egymás kezét, és a vendég szokott szerénységével mosolygott. Géza bácsi pénzt küldött. Lehetetlen, csúszott ki Gyula szájából. Miért volna lehetetlen? Mindig mondta, ez igaz, és Gyula azt gondolta, íme az álmok valósága. Hoztál valami rendes ruhát is? Mert ebben nem jöhetsz a berekbe. Ott élek, mióta lejöttem, de gyere, ezt a kocsin is megbeszélhetjük. Bütyök megemeltek alapját Balázs bácsinak, és a kackiás fejfedőt szemébe húzta, mert szemébe sütött a nap. Elindultak. Hogy nézel ki, tutajos? Nézte barátját hitetlenkedve bütyök. Hogyhogy? Hogy? Mint egy, ne haragudj, betörő. A kezed, az arcod, te mindig olyan rendes voltál. Majd nézd meg magad egy hét múlva, nevet egy gyulalajos. És olyan más vagy. Egészen más. De mintha, és olyan kemény fogása van a kezednek. Milyen a tenyered? Feltörte az evező. És a képed? Rosszul fogtam a puskát. És a térded? sás, meg mindenféle tüske. Ez a te puskád? Persze, tudod, nyelt egyet Gyula, én használom. Amúgy matuláé. Tegnap lőttem vele egy nyári ludat. Ó, most jut eszembe. Gyula benyúlt az ülés alá. Állj meg, Balázs bácsi, én is éhes vagyok. Ez abból a libából való. Tutajos kirakta a libahúst és a kenyeret. Láss hozzá, Béla. Itt? Hát hol a pokolban? csak nem szállunk le pár harapásért. Egy darab húst tett kenyérre, és előre nyújtotta. Tessék, Balázs bácsi, tegnap lőttem, Gergő bácsi sütötte nyárson. Bütyök ekkor már engedett az előkelőségből, és pár perc múlva csak a zsíros papír emlékeztetett Ladó Gyula Lajos első libájára. — Köszönöm szépen! — nézett hátra az öreg kocsis. — Igen, jól esett. — Hanem meg kell hagyni. Érti ez a Gergő a libasütést. — Mehetünk? — Menjünk, Balázs bácsi! A kocsi nekizördült az útnak, és Gyula bütyök vállára tette kezét. Nem is gondolod, Béla, mennyire örülök, hogy itt vagy. Bütyök egyelőre nem válaszolt, mert nem tudott mit mondani. Puha lelke csordultig volt a tájjal, az elmúlt éjszakával, az utazás izgalmaival, főleg a várakozás beteljesülésével, hogy barátját újra láthatja. Mióta iskolába jártak, mindig egymás mellett ültek, és nem is tudták, hogy mindig készültek erre a nyárra, erre az útra, amelynek valósága eddig álom volt csupán. Nagyon köszönöm, Gyula, hogy eljöhettem, és a mama is. Küldött neked egy katuja túros rétest. Szóval köszönöm, és nem arháskodj, bütyök, garombáskodott szelíden tutajos, mert szíve tele volt gyengétséggel. Elfelejtettem megírni, hogy gumicizmát hozzál. Hoztam. Tudod, amiben a mama mos? Elhallgatott a két fiú, és az anyára gondoltak, a mosóteknőre, a lúgtól kimart kezekre, elvénült lábakra, az udvar sivárságára, és arra az árva hársfára, amelynek vándorló árnyékában idegen ingeket tisztított egy fájós lábú öregasszony. Körülöttük most ébredtek a vizek és a nádasok, most kezdett ragyogni az örök anya, a nyár. És a fiú gondolatainak alján hálalobbant a megváltozott idők eljött új nyara felé, amelyben viszeres lábú mosónék nyaralni és gyógyulni utazhattak. Nem volt ez kiformálódott gondolat, de hallgatásuk ezt a gondolatot ringatta, mint az emberi jóság bölcsőjét, amely körül fájdalom van, és a vajudás gyötrelmei szenny és vér, amik elmúlnak, de a csecsemő él és megmarad. Érzések voltak csak ezek a kusza gondolatok, de egymást érezték benne, a tájat és az öreg kocsist, az út végtelenségét, a messzeséget és a szabadságot. Jó, hogy itt vagy, Bütyök, mondta Tutajos. Aztán hosszú ideig nem szóltak, és úgy érezték, hogy Bütyök tulajdonképpen most érkezett meg. Ez az alahídja, intyült Gyula a hídvasíve felé, amikor dübörögni kezdett alattuk a híd boltozata. De a kocsi megrántotta a gyeplőt, mert éles fügy szó szállt a dübörgés széles morgásába. Gergő, mondta a kocsis, és ostorával a vízre mutatott, ahol Matula éppen partra húzta a csónakot. – Matula bácsi! – álmélkodott Gyula. – Mit akarhat? – Gyere, bütyök, nem ásszon fel az öreg! – Gergő bácsi, ez itt a barátom, Pondorai Béla. Matula megbökte a kalapját, és kezet nyújtott. – Isten éltesse! – fogta markába bütyök kezét. – Már nagyon vártuk. Nekem meg eszembe jutott, hogy legyűvök a csomagokért, mert minek cipekedjenek vele. Igaza van, Gergő bácsi, jó az öreg a háznál. Ha egy csöpp esze sincs, mi? Tette hozzá Matula. Azt nem mondtam, de hozom a koffert. Bütyök egyedül maradt Matulával, aki fejével Gyula után intette. Kezdem börösödni, mondta bizalmasan, és Bütyök tágszíve azonnal befogadta az öreget. Alig ismertem rá, hanem... Nézett végig Matula bütykön. Ez a ruha alig, hanem meleg lesz. Van másik is, Gergő bácsi. Akkor jó. Aztán, mérte végig a fiút, aki zavarban volt. Aztán úgy látom, jól meg leszünk mink hárman. a természetesen most sem tévedett, de az ifjaknak előbb át kellett esnünk egy valódi és ünnepi jellegű nancsinéni féle ebéden, és István bácsi ugyancsak túlméretezett válveregetésén. – Bütyök! – dördült meg a donikozák kórus legmélyebb basszusa. – Bütyök! Csak a fejed a régi! – és olyant csapott az ifjú vállára, hogy az enyhén megroskadt. Remélem, nem ebben a Váci utcai pompában akarsz a berekbe menni. István bácsi, Pirult el bütyök, és vállát helyre igazította. Köszönöm a mama nevében is. Mi a fészkes fenét? Mert én azt tudom, mi a fenét tudsz? Hogy tetszett írni, meg a százast is. Nem írtam. Utálok írni, igaz, Nancsinéni? Igaz? Bütyök elakadt, mint mindig, ha a felelésben megállították. Bütyök azt akarja mondani, fölényeskedett Gyula, hogy barátján segítsen. Tutajos, recsent rá nagybátyja. Téged úgy vélem nem kérdezett senki. Köszönöm meg bütyöknek, hogy eljött, és örömet szerzett neked. Már megköszöntem, sértődött meg tutajos, de a csodálatos hang tulajdonosa ezt nem vette figyelembe. Helyes! Az úgy is illik. Eden felül pedig, ha még itt valaki megköszön valamit szavamra, kupán vágom. Mi van az ebéddel? Ki van merve a leves? Szerencsétlenek! Nancsi néni levese az asztalon van, és itt össze-vissza Vájúhoz! Így aztán kútba esett szépen kigondolt hála szózata, amire egyébként is rátelepedett a leves nem közönséges illat és ízfelhője. Evett a két gyerek, hogy az öreg asszony szeme könyvbe lábadt a gyönyörűségtől. Gondolom, szegény Gyulám, miket teszel te odakint? Hát bizony, ilyen nem. Tutajos, Nézett rá nagybátyja, és szeme csillogott. Tutajos, nem is gondoltam, hogy ilyen aljas vagy. Ez az igazság. Persze, mert levest egyszer sem ettél, mióta nevelő apát kézbe vett. Gyula elpirult. Azt maga Gergő bácsi is mondja, hogy úgy nem fő senki, mint Nancsi néni. Mellé beszélsz, tutajos, de nem baj. Ügyesen beszéltél. Látod, bütyök? Barátod egészen elvadult, már nem is füllent. Nem is szokott, mondta Bütyök, és Nancsi néni is, mire a vastag gazdász akkorát nevetett, hogy a pár kószalégy légy fejvesztettem menekült. Összes küvés, ordított, aljas összes küvés. Jöhet az a víz, csibe, ami tegnap hullott el baromfi vészben. Ne hallgasson rá, fiam, símogatta meg bütyök fejét az öregasszony. Mindig ilyen. Azt hiszi, hogy a vendég kevesebbet eszik, és több marad neki. Aztán egy szép napon megüti a guta. Mi az szép nap lesz? Távoz boszorkány, az örök tűzre, és lássuk azt a kendermagos csontvázat. Így gyerekek. De aztán egyszer csak az ebédnek is vége szakadt, mert kocsi állt meg kint, és István bácsi megtörölte a száját. Vigyázzatok egymásra, gyerekek, és hallgassatok matulára. Itt is, ott is otthon vagytok. Jöttök, mentek, amikor akartok. Szervusztok, ha lesz időm, talán megnézlek benneteket. Ezzel kidöcögött a szobából. Mindig ilyen volt, nézett utána az öregasszony, mióta ismerem, pedig régen ismerem, én pólyáztam valamikor, amikor akkora volt, mint egy kukoricacső. A két fiú is az ajtóra nézett, mintha látnák még István bácsi túlméretezett terjedelmét, de fantáziájuk lusta volt már, és sehogy sem tudták elképzelni a házurát akkorának, mint egy kukoricacső. うん。<laughs> Jó délután lett, mire elindultak az ebéd omladozó emlékeivel. Az öregasszony könyörtelenül lefektette őket ebéd után, bár Gyula duzzogott, úgysem tudunk aludni. És a következő percben aludtak. De most már kezdenek felébredni. Rekkenő délutáni meleg van, bütyök is csizmában lötyög, és napszemüveg alatt izzad, bár levetett mindent, amit csak le lehetett vetni. Gyula néha megáll, mert bütyök az otthoniakról számol be. Dubbal is találkoztam, mondja, el van keseredve. Minden nap két számtam példát kell megcsinálnia. És az öreg dub elviszi valahova ellenőrizni. Képzel, szegény. Janda meg acélt öli. Minden délután a nyakára megy, mint egy zsandár. Azt mondja, az ő becsülete forog kockán, ha kengyel jövőre előveszi a tanítványát. Pedig, ha tudná, mit? Kengyel jövőre nem jön vissza. Tudajos megállt. Ez nem igaz, kitől hallottad. Kengyeltől. Hát beszélj, Úgy kell mindent kihúzni belőled. Egyszerre nem tudok mindent elmondani. Szóval, megyek az utcán, és egyszer csak ott vannak. Karom fogva. Gondoltam, beugrom valamelyik kapu alá, mert ugye úgy össze voltak bújva, nem akartam, hogy meglássanak. De Kengyel már messziről integetett. A nő megnevetett. Tudod, az az Éva. Nagy zavarban voltam, de ők nem. Szervusz, bütyök, mondta Kengyel. Hogy vagy? Mit tudsz a fiúkról? Emlékszel még erre a hölgyre? Igen, mondtam, a tanár úr mennyasszonya. Sajnos már nem, mondta. Képzeld majd elsüllyedtem, nem a menyasszonya. Hát akkor... Sajnos vége a szép folytatta kengyel, mert most már a feleségem. A nő megnevetett és megcsókolta kengyelt. Képzeld, ott előttem. Most már tutajos is nevetett, mert elképzelte bücsköt ott az utcán. Nem miért ne csókolhatta volna meg ha a felesége? Jó, jó, de, de olyan hirtelen jött, aztán azt mondtam, Gratulálok, és hogy megmondom a fiúknak is. Képzelt kengyel, egyetemi adjunktus lett. És az az Éva, tényleg számtam fizika szakos tanárnő. Egy olyan szép lány. Az az asszony. Aztán mindjárt téged kérdezett. Mondtam a mamát, meg hogy lejövök hozzád ide beregbe. berekbe. Az kell adónak, mondta. Add át üdvözletemet. Jó kezekben hagylak benneteket az iskolában is. Tetszik ismerni az illetőt? kérdeztem. Hát úgy nagyjából, Kengyel Miklós nénak hívják. Képzeld, azt hittem, elájulok. Egy nő. Borzasztó! helyeselt Tutajos is. Gondold el egy ilyen szép nő előtt hülyének lenni. Erre gondoltam én is, de Kengyelni a vállamra tette a kezét. Nem lesz semmi baj. Bütyök, mondja meg Ladónak, meg a többieknek is. Ladó, az a Tutajos, ugye? Rémes! ijedezett Gyula. Hú, ez a nő már is mindent tud. A számtan könyvet el kellett volna hozni. Elhoztam, mondta a Bütyök. Sú, mekkora madár! Vörös gém, legyintett tutajos. Majd megismered őket, de ne ácsorogjunk, mert a vacsorát még meg kell fogni. Erre gondolhatott Matula is, mert már a folyóparton találták csikasztársaságában. Csikasz talán elébe szaladt volna Gyulának, de meglátva az idegent, nem mozdult. Bütyök, vegyék ki egy szárnyat a csirke húsból, és tartsd a kezedben. Beajánlak Csikasznak. Ide gyere, Csikasz! A kutya matulára nézett. Menj csak, nem hallod? Csikasz ezek után kelletlenül elindult, de három lépéssel a fiúk előtt megállt. Megállt és morgott. Azt a másikat nem ismerem. Ide gyere! Csattant rágyula, és Matula mosolygott. Csikasz pedig farkát behúzva közeledett. Tartsd elé a húst! Csikasz rövid pillantást vetett bütyökre, hosszan nézte a szárnyat. Szeme megenyhült és közeledett, de kicsit még morgott. Hát, elvehetem éppen, és rendkívül óvatosan kivette bütyök kezéből a szárnyat. Lassan símogasd meg! Csikasz evett és kötelességszerűen morgott, ami azonban inkább enyhe dorombolás volt, és utána lenyalt a bütyök kezéről a maradék zsíros prézlit. – Megjöttünk, Ergő bácsi? – Látom, a kutyámat ügyesen elszédítették. – Hát csak pakoljanak le, aztán gyűjjenek, mert kapás alig van. – Hárman csak összeszedünk valami vacsorára valót. – Hoztam rántott csirkét. – Az eláll. – Ma halat ennék, ha lehetne. – Jövünk, Ergő bácsi? – Gyere, csikasz! bütyök tele volt a rétszagával, a határtalan nádassal és határtalan ékkel. Megnézte a kunyhót kívül belül, és csak mosolygott. – Ez igen, – mondta. – Ez igen, – és megnyalta a szája szélét. – És biztos, hogy Gergő bácsi fog halad. Nyugodt lehetsz, és mi is fogunk. – Majd odaadom az én készségemet, és holnap csinálunk olyant, mint Matulái. – Hoztam, Gyula! és kiváltottam magamnak a horgászjegyet is. Hogy te milyen vagy, bütyök! Csak hallgatsz! Megöl a kíváncsiság! Most jut eszembe a túrós rétes is. Mama meghagyta, hogy azonnal adjam oda. Majd vacsora után mutasd már azt a horognyelet. Gyorsan összeszerelték a botot, és tutajos megsuhogtatta, meghajlította. Hm. Jobb, mint az enyém. Ugrósdi bácsi választotta. Meg is látszik. Eredj attól a doboztól, csikasz, ne légy szemtelen. Tutajos, nem adhatnék neki egy darabot. Adjál, bütyök, a barátság kedvéért. De ne feledd el, hogy itt minden közös. És ha kettőt akarsz neki adni, hát kettőt adsz. És ha az enyémből adsz, azt is mindig a magadéba adtad. Bütyök tehát két darab rétest adott Csikasznak, és ezzel előkelő helyet foglalt el Csikasz szívében, a kiskutya bütyök combjára hajtotta fejét, és úgy nézett az ömök ifjúra, mintha azt mondta volna: Akár a fülemet is meghúzhatod, pedig azt nem szeretem. Bütyök ezek után magához ölelte a jeles ebet. Igazán jó, Bot, mondta a Tutajos. De most már ne szerelmeskedjetek, mert Gergő bácsi vár, a nevelő apánk. Nekem is nevelő apám lesz, mit gondolsz? Mondtam, hogy itt minden közös, még az apa is. De szed már ki, mit hoztál még? Ugrosdi bácsi csomagolta. Itt van, ami van. Ugrosdi bácsi lakatos mester volt, és pondorai ékkal egy házban lakott. Elnöke volt a Poseidon horgászegyesületnek, Egyesületnek, és alelnöke az Öreg Vidrák Asztaltársaságának, ahol nagyobb halak születtek, mint valaha a Dunában. Ötven éve horgászott, és aki nem volt horgász, az Ugrósdi bácsi megítélése szerint erősen csökkent értékű halandó lehetett csak. – Bütyök! – ámélkozott Gyula igazán mindent hoztál. Kezet csókolhatsz az öregnek. Géza bácsi küldött pénzt. A fényképet elhoztad? S, micsoda finom orsó. Bütyö, írunk Géza bácsinak. Biztos megörülne neki, de tutajos, én nem igen horgáztam orsóval. Tudod, nem akarok szégyenkezni. Mi az, hogy nem igen? Életedben sem horgáztál, igaz? Persze. Hökkent meg, bütyök aki Ladó Gyula Lajostól nem szokta meg ezt az erélyes, világos beszédet. Figyeld, hogy szerelem fel, mert Matula is csak egyszer mutat meg valamit, és ha nem nézel oda, nyavajoghatsz magad. Na, gyerünk, mondta Gyula pár perc múlva, mire Csikasz azonnal az érre penderedett, két vidámat vakkantott, mert Csikasz sokat volt egyedül és szerette a társaságot. Csikasz különösen szerette az olyan társaságot, ahol csirke szárnyat és túrós rétest osztogattak előkelő jövevények. Semmi, nézett fel Matula, majdnem semmi. Pár keszegecske. Majd, ha alkonyodik, talán megindul a kapás. Próbálja meg szöcskével, Gyula. Béla meg kukatszal. Az enyémen kenyér van. Bütyök is Gyula dobta be, mire Matula bólintott, de nem szólt semmit. Aztán csak három szótlan horgász maradt a parton, kisé meghajolva, mint három károkatona, amikor leselkedik. A napa hátuk mögött volt, és árnyékuk észrevétlenül hidat vert a vízen. estelet mint máskor. Matula előbb elment előkészülni a vacsorához. Sokáig nem maradjanak, mert fa sincs. Csend maradt, és nem történt semmi, mint az, hogy bütyök megfogta, igen, megfogta tutajost. Horoggal fogta meg, mire tutajos feljajdult. Ne húzd, bütyök! A mennykő csapjon a horgodba! Az eset úgy történt, hogy bütyök széles lendülettel vágott be, a hal lemaradt, a horog zsinór hátra vágódott, mint az ostor, és a horog visszatérőben gyula karjában akadt meg. Jaj, ne haragudj! Szerencsére a horog nem volt mélyen, és a szakála félig még kívül volt. Mondtam már, hogy ne csapkodja a horoggal, mint egy kanás ostorral. Bevágsz, aztán ott az orsó. Bocsáss meg! Hagyd a pokolba a bocsánatkérést, nyomkodta gyula a sebet. Máskor vigyáz! Tudod, az úgy volt, nem magyarázkod bütyök! Úgy volt, hogy megfogtál. Tanultál belőle, és ezzel vége. Bütyök valósággal elhűlt. Ez nem ladó, gondolta, vagy legalábbis nem az a ladó, akit eddig ismert. Kicsit meg is sértődött. Vigyáz, mondta Ekkor Gyula, viszi a horgodat valami. Röviden vág be, aztán fékez. Bütyök pedig röviden bevágott, fékezett, és izgalmában reszketett. Enged! majd kifárad. Közben bütyök lehiggadt, mert ráízlelt az orsó használatára, mérlegelte a hal erejét, és a végén egy szép csukát vezetett a szágba, amit Gyula tartott a hal alá. – Gyula, tutajoskám, gyönyörű volt! Mutasd! – és már nyúlt a hal felé. – Ne! – állította meg barátja. – Nézd a kezem! Engem már harapott meg egy. Majd én kiveszem a szájából a horgot. Így. Figyeled? Igen, rebegte bütyök. Tutajos, mester vagy! Tutajosunk talán elpirult az őszinte csodálattól, de ezt vihar és puskavert ábrázatán egyáltalán nem lehetett meglátni. Két héttel ezelőtt annyit sem tudtam, mint te. De most szedjük össze magunkat, mert Gergő bácsinak kell a fa, és a halat is segíteni kell megtisztogatni. A csukád jó fél kiló lehet, de ez halászlébe nem jó, mert erős íze van. Majd megsütjük neked. Az állkapcsát meg eltelted emlékbe. Én is eltettem. Tutajos, te igazán mindent tudsz. Most már a livát is elhiszem. Hát eddig nem hitted el? Döbbent meg Gyula. Tudod, azt gondoltam, csak úgy mondod. Meg a tizenkét kilós harcsát is. Csak nem gondolod, hogy hazudok? Á, dehogy csak, hogy... Éppen, hogy Szóval, hogy beszélgessünk valamiről. Bütyök, amit mondtam, az valóság. Most már látom, tutajos, és érzem is, de minek is színezted volna ki, amikor így is szép, és igaz is. A csukát vihetem én? Persze. A botod meg add ide, mert jobban ismerem a járást a reketje között. M Mi között? Reketje között. Ez az a fűzféle cserje, amiben mindjárt belebújunk. Rengeteget tudsz, Gyula. Ismersz mindent. Igazán nem hittem volna. Gyula erre már nem válaszolt, de mit is válaszolt volna? Bütyök dicsérete elomlott benne, és olyan jól esett, hogy minden válasz csak rontott volna rajta. És amikor megroskadt a tűz, már csak bütyök volt ébren, és talán még csikasz, de a kiskutyát most nem lehetett látni. Fáradt volt a fiú nagyon, de az elmúlt nap rohanó, színes filmje még mindig ott perget gondolatai között, és nem hagyta aludni. A tűz már csak parázslott, az elnemégett fadarabok füstje elveszett a sötétségben, de a parázs felett néha kék lángocskák táncoltak végig, zümmögtek és ellobbantak, mintha kiugrottak volna a füvek éjszakájába. Hallgatta a fiú az éjszakát, amely felett, mintha látsejmet húzott volna végig a nagy, nádas, mély lélegzete, és hallgatta az ismeretlen hangokat, amelyek felszálltak, s elenyésztek. Mi lehetett ez? akarta kérdezni, de tutajos feküdt, mint egy hasáfa, és matulának csak fehér haja látszott. Bütyök sóhajtott, és mélyen lélegzett, mert ezt nem szabad elhallgatni, mértéktelenül sokat evett. Matula parád és rózsaszínre sütötte meg a csukát, amit Bütyök egyedül fogyasztott el ünnepi érzések között, és három tányér halászlé után. Azután felült, nem is tudta miért. Lehet, hogy a csuka akart elhelyezkedni a halászlé tetején, lehet, hogy az éjszakát akarta nézni, az álomra készülő tüzet, minden esetre felült és sóhajtott mert valószínűtlen volt a környezet a tegnapi kis szoba után. Ha ott így felül, azonnal átszólt volna édesanyja, miért nem alszol, fiam? Ez azonban ritkán fordult elő, mert bütyök jó alvó volt, de a mégis előfordult, anyát mindig ébren találta. És csak most gondolt arra, hogy a mama mikor alszik tulajdonképpen. Reggel sokszor azt mondta, már az éjjel elgondoltam, vagy az éjjel úgy osztottam be, kisfiam, és most a fiú nagy meleg szeretettel gondolt anyjára, aki beosztotta az ingeket és törülközőket, az ügyvédurat és lapickánét, az időt, munkát és pénzt, egyedül csak ő érette. Bütyök szíve kinyílt, és hagyta becsorogni az éjszakát, mert benne volt a mama is, és benne voltak mindazok, akiket szeretett. Hazagondolt egy pillanatra, a kopár udvarra, a társtalan öreg hársfára, a néma kis szobára, villamos zörgésre, az italbolt kásás hangú hangszórójára, amely minden ajtónyitásra rosszul lett, és valami zagyvaságot hányt ki az utcára. És itt ez a suhogó csend, ez a reszkető némaság, a nagy nádas víz és mocsárszagú lehelete, és a csillagos ég a maga mérhetetlen messzeségében és közelségében, hogy egyik pillanatban elfáradta szeme az irdatlan magasságban, és a másikban, mintha tenyérre vehette volna a csillagokat. Itt nem volt kint, és nem volt bent. Itt minden kint és bent volt egyszerre, hiszen a kunyhónak csak oldala volt és hátúja, és elől nyitott volt egészen. Fiú, fiú, fiú! szólalt meg ekkor egy kis kuvik, és Bütyök eltette ezt a hangot is a többi mellé, majd reggel megkérdezi, mi szól úgy, hogy fiú, fiú, meg úgy, hogy má, 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 de nagyon keservesen. A tűz már alig világított. Csak valami vörös derengés ködlött az álmosodó hamu felett, és a fiú csendesen lefeküdt. Talán a mama is alszik már, gondolta, aztán óvatosan oldalt fordult, hogy tutajost megnelőkje. Ám bár a jeles ifjú olyan mélyen aludt, hogy az ítéletnapi harsonázás után is még külön meg kellett volna rázni, hogy felébredjen. <Szorítan> Bütyök csak éppen lehunyta a szemét és kinyitotta. Amikor lehunyta, még sötét éjszaka volt, és amikor kinyitotta, világos, hűvös reggel. Matula ágya üres, és tutajos néz rá éber szemmel. Szervusz Bütyök, hogy aludtál? Jól, régen fenn vagy? Nem akartalak zavarni, úgy aludtál, mint a kő. Sokáig fenn voltam még, amikor ti már aludtatok. Te Gyula, mit tesz úgy, hogy fiú, fiú? Kuvik. Minden este megjön, nézi a tüzet és rákuvikol. Miért? Bütyök, ezt én nem tudom. Ezt még Matura sem tudja. Ez csak egy másik kuvik tudja. Vagy csodálkozik, vagy haragszik. Vagy szereti a tüzet. Lehet, hogy kíváncsi. Aztán még valami úgy jajgatott, hogy má, má, má. Valami megfogta a nyulat. Mi? Talán róka, talán vidra. Hosszal jajgatott? Nem, akkor inkább róka vagy vidra. Bár a vidra ritkán fog nyulat. Ha nyest, görény vagy hermelin fogja meg, esetleg valami nagyobb bagoly, az nehezebben gyűri le. Hát tovább sír szegény. Ha ugyan le nem rázza a támadót. Lerázza? Úgy értem, hogy a nyuszi rémületében valami sűrű bokrok közé rohan. És az alsó ágak úgy levakarják még a görényt is, hogy bódultan marad a földön. Pláne a bagyot. De hát ez ritkán sikerül. Ezeket kellene mind kiírtani. Bütyök, ne légy vérszomjas. Ezeknek annyi joguk van élni, mint neked. De gondold el, mit kilódik az a szegény nyuszi? És amikor te rosszul lövöd meg a nyuszit, és törött csonton kilódik hetekig? És amikor a rákot élve dobják a forró vízbe, és... Olvastam valahol, amikor a nagy tengeri halból csak darabokat vágnak ki, hogy a vásárlóknak napokig élve, frissen maradjon. És amikor a rigónak kiszúrják mindkét szemét, hogy vakon fütyülve a hálóba csalogassa vándorló társait. És amikor a hálóba akadt fecskét úgy ölik meg, hogy a jófogú vadász átharapja a fecske fejét. Ez nem igaz, tutajos. Ezt én komoly tudományos könyvben olvastam, és ez valóság, bütyök. És az is valóság, hogy volt év, amikor a párizsi vásárcsarnokban négyezer pacsirtát adtak el ínyenc franciáknak. Persze nem élőt. Gondolod, hogy a pacsirtáknak is a fényváros a Párizs? Lehetetlen. És kik, akik a fecskék fejét? Olaszok. Muzikális nép. A vidám olasz vadász átharapja a fecske vadár fejét. Utána elénekli a Santa és megköszöni Madonnának a holt madárkákat. Bütyök dühösen vakaródzott. Szóval ne akar mindent kiírtani, Bütyök. Inkább gyere fürdeni. Bütyök meghökkent, Hideg van, még tutajos. Azért kell fürdeni. Na, gyere csak! A vendég feltápászkodott, de azt nem lehetett mondani, hogy lelkesedéssel követte barátját. Micsoda vadember lett ebből a ladóból, gondolta, de nem szólt, mert bütyök alkalmazkodó jó fiú volt. Házad dönthetsz, olyan erő lesz benned a fürdő után. Jó van, tutajos, ha itt ez a szokás, a fürdő után azonban bütyöknek el kellett ismernie, hogy a mosakodásnak ez a kiadós formája csak ugyanokos dolog. Házat ugyan nem döntött, mert bütyök békés természetű fiú volt, és ház egyébként sem volt öt kilométeren belül, de bemutatott egy remek kézállást, sőt, ment is a parton pár lépést. Kézen. Hol sültél szépen, bütyök? Az udvarban. Mamának segítettem teregetni, meg egyebet. Persze a rövid alsó Sortban? Hát, ahogy vesszük. Lapicka kisasszony minden esetre azt mondta a házmesternek, hogy feljelenti a megengedi, hogy férfiak alsó nadrágban mászkáljanak. Akkor aztán a mama vett egy valóságos sortot. Ezt, amit elhoztam. Te Gyula, nem lehetne kicsit csónakázni? Tudsz szervezni? Persze. A városligeti tavon is mindig én neveztem. Az más, bütyök. Miért lenne más? Csónak, csónak. Lapától az ember is kész. Jó. Ne félj, tutajos! Ha én meghúzom... Elkötötték a nehéz csónakot. Gyula ellökte a partól, és Bütyök belevágott a vízbe. Bütyök nagyon erős fiú volt, és valóban jól meghúzta az evezőt. A csónak nekiugrott a víznek, farát megriszálta, orrát feltartotta, és mint a kajánul azt mondta volna, Ej, ha, ez volt aztán a lökés. És csendesen megfordult, mintha hátra akart volna nézni. Bütyök erre a másik oldalon vágott be a vízbe. Mire a csónak simán visszafordult neki a partnak, mintha legelni akarna. Mi a fene van ezzel a csónakkal? Cseréljünk helyet, bütyök, ezt meg kell tanulni. A csónak ekkor már egészen kitette orrát a partra, újra el kellett lökni és egyenesbe fordítani. Akkor aztán Gyula megmerítette a lapátot, és úgy érezte Most, most tökéletesen utánozza matulát. Az evező meg se és a csónak az ormótlan alkotmány szinte szaladni kezdett a víze mint a vízipók. Bütyök elragadtatásában megnyalta a szája szélét. Tutajos! Csodálatos! Ezt elmondom a fiúknak, igazán, igazi tutajos vagy! Gyula pedig úgy érezte, egyenesen beleevez a kelő nap végtelen glóriájába. De ez most mind valóság volt, melyet azonban megelőzött a nevelő apa kemény oktatása, a feltört tenyér, a megkínzott izmok, a tudatla hegykeség letörése és a szégyenkezés, amikor róla is kiderült, hogy nem tud evezni. És csodálatos, kengyel jutott eszébe. A számtan, és arra gondolt, hogy bizonyos gyakorlat és fáradozás után talán a számok tengerén is lehetne ilyen simán evezgetni a jelesek dicsőségében. うん。<music> kutyök megérezte a pillanat nagyszerűségét, és olyan szeretetteljes elragadtatással ült a deszkán, ahol a béka szokott napkúrázni, mint egy vőlegény a gondolában. Visszafordulunk, mondta tutajos, mert Gergő bácsi esetleg keres bennünket. Valami kis fekete madarak jönnek, mondta Bütyök, és Gyula a part felé vezett. Szárcsák! Hárman voltak, de egyet elvit közülük a barnakánya. A kis madarak áteveztek a túlsó partra, de félelem nélkül bogaráztak. Pi, pi! Mi csak erre megyünk, nem azok bütyök. Tíz forintot adott a mama, de szavamra odaadnám, ha megsimogathatnám őket, suttogta. Pi, pi! És nem is félünk, igazán nem. Gyula elindította a csónakot, és a kis szárcsák elmaradtak mögöttük. Nem vagyok vérengző, de azt a kányát igazán meglőhetnéd, Biztos, hogy az vitt el? Láttuk. Tuta is gondolkodott, hogy elmondja -e a hibázást. És egyszer már rá is lőttem, de <hül> messze volt. Ebben a pillanatban locsant a víz, rosszul fogta az evezőt, mert belül valami megszólalt. Tutajos, miért kellett ezt mondanod? Miért? A kánya éppen csak, hogy az orrodra nem szállt, de megijedtél az orsó berregéstől, és elrántottad a puskát. Ez az igazság. És ez sokkal érdekesebb, mint az, mint a mellébeszélés. Ne szépítsd a dolgot, tutajos. Azután. Rosszul mondtam, <hül> nyert egy Gyula. Nem úgy messze volt, de amikor felemeltem a puskát, abban a pillanatban volt erős kapásom, és <hül> elkéstem. Végül a madár is elment, és a hal sem lett meg. A csónak simán siklott a vízen, aztán kikötöttek. A reggel ekkor már teljes ragyogásában szétterült a berek felett. A kunyhó előtt égett a tűz, és Matula kenyeret pirított. – Gergő bácsi! – lelkendezett bütyök. – Láttuk a szárcsákat! ennivalók voltak! – Sokan nem szeretik, pedig jó húsuk van – bólintott az öreg. – Csak meg kell nyúzni őket. – Nem úgy értettem – kedvetlenedett el a fiú Aranyosak voltak, kedvesek. Inkább sose egyem húst, olyan szép kis állatok. Persze, hogy szépek, de a tepsiben más formájuk van, és akkor már nem gondol úgy rájuk az ember. Lehet, gondolkodott el bütyök, hanem evezni nem tudok. Csónakáztak? Igen, ez a gyula úgy evez, mint egy tengerész. Matula megfordította a pirulókenyeret, és kicsit, mintha mosolygott volna. Egy hete éppen úgy eveztem, mint te, szólalt meg Gyula. Gergő bácsitól tanultam. Mit eszünk Gergő bácsi? Látja. A tudhajos bosszankodva ment a tányérokért. Ez megint teljesen felesleges kérdés volt. De aztán a zsíros, kocsonyás halászlé maradék megbékítette. Bütyök is szuszogva táplálkozott. Nagyon finom ez az izé, jó étel, az igaz. Nem akar hozzá egy kis csípős zöld paprikát? Dehogy nem mondta Bütyök, és Gyula mosolygott. Tanulja meg, Bütyök is, hogy matulánál mit jelent a csípős. Ő is folyton tanul. Máma nekem dolgom van, Gyula, csak délután érek vissza. Azt gondoltam, elcsónakáznak, pücskörésznek a tavon. A gunyhóból is leskelődhetnek, tudja, hol voltunk. Ebédre megeszik a rántott csirkét, amit Nancy küldött. Vigye el a messzelátót is. A puskát elvihetem? Matula nem válaszolt azonnal, azután pedig bütyökre nézett, aki felemelte kezét, mint egy karmester, és kitátott a száját. Meleg! bácsi! Ez, ez, ez méreg! Gyula majd hanyad dölt a nevetéstől. Ugyan bütyök? Gergő bácsi megmondta, hogy csípős. Ez, ez, hú, hú, hú tűhűz, vizet. Matula mosolyogva kevert egy kis vizes pálinkát. Gyönge a legény, de majd megszokja. Még, nyögött bütyök, kérek. Tette aztán hozzá, mert bütyök még ebben a forró pillanatban sem feledkezett meg az udvariasságról. Szívesen, és egy új, nyitiszta párinkát adott. egyerre a zsíros kenyérből. Bütyök csuklott még kettőt-háromat, aztán megtörölte száját. Hú, huh! mondta, mintha parazsat nyeltem volna. Nagyon jó fajta paprika, bólintott matula. A lányom mindig elteszi a magját. Hogy a tűz vesse fel a magját, gondolta a lángoló szájú ifjú, de nem szólt, mert Bütyök, amint már mondtuk, udvarias fiú volt. Hát Gyula, én nem bánom, folytatta Matula a puska dolgot, vigye a puskát. Múltkor azt mondtam, diheti, hát vigye, de Gergő bácsi, ne mondjon semmit. Ne fordíts ember felé, még töltetlenül se. És ha viszi, vagy csónakba ülnek, vegye ki belőle a patront. Úgy lesz, Gergő bácsi. Ezt a mi ne kössék meg, de szigorúan szóljanak rá, hogy itt maradjon a gunyhó körül. Ha a tóban horgásznak és fognak valamit, a haltartó hálót hozzák át a folyóba, mert a tóvize poshat, és némelyik hal iszapízű. A folyóban aztán kifürdi az iszapízét. Igen. A fiúk még üldögéltek a tűz mellett egy darabig. Matula elment, de még visszaszólt, hogy a tűzre most már csak akkor tegyenek, ha mellette is maradnak. Szél gyűhet. Aztán, ha leig a gunyhó, én nem rakom újra. Maguk meg mehetnek nancsiköténye alá. Vigyázzunk, Matula bácsi, de nem lesz ma szél. Fel ne tudja, az öreg körülnézett. Fel ne tudja, nagyon hallgat az idő. Aztán a harká is igen veszekedett hajnalban. Az öreget elnyelték a rekettye bokrok. Csikasz egy darabig nézett utána, aztán Bütyök mellé hasalt, aki értékes falatokkal szerezte meg Csikasz első osztályú bizalmát. Bütyök összekotorta a parazsat, égjen el, ami égnivaló. Ha lenne téglánk, vagy kövünk, olyan tűzhelyet raknék. Itt nem találsz követ, ha csak a várban nem, de ahhoz ásni kell. Matula még emlékszik valami falakra. Hát ássunk! Talán holnap. Szerszámok vannak, de szólni kell Gergő bácsinak. Hát szólunk! Képzeld el, mi minden lehet ott a föld alatt. Egy kis csend lett, mert a fiúk fantáziája elszaladt a gondolatokkal, hogy mi minden lehet a föld alatt: sisakok és kardok, és természetesen pénz, szóval arany. kincskereső vágy csendben játszott még velük egy darabig. A tűz leégett már teljesen, de nehezen mozdultak meg, mert olyan szokatlanul lusta volt ez a délelőtt. Még a nádbugák sem mozdultak, csak két őv keringett a magasságban, és víjogott néha. – Ővek, nézett fel Gyula is. – Nagyon hasznos madarak. – Lehet, hogy fiatalok, és örülnek, hogy tudnak repülni. – Na, de most már szedjük össze magunkat. Ebédet viszünk, aztán maradunk, ameddig akarunk. A tavon volt egy másik csónak, végigfektetve rajta hosszú rúd. Amikor átrakottak a folyóról, melyet csak a gát választott el a sík víztől, Dula körülnézett. Barról megtalálta a kunyhót, ahonnét matulával leskelődtek, bár elő kellett venni a messzelátót, úgy bevolt volt nőven áddal. Jobbról régi cölöpcsonkok álltak ki a vízből, és egyiken egy káró katona leskelődött körüljárjuk a tavat, aztán horgászunk. Te vagy a parancsnok, tutajos, de add ide az evezőt, hagyd tanulom meg. Ha meghúztad az evezőt, fordítsd élére a lapátot. Kicsit támaszd a csónakhoz, és adj neki egy kis feszítést, akkor egyeresben marad. Nem sürgős, ráérünk. Ha egyszer eltaláltad a fogást, meglátod, milyen egyszerű. Bütyök nehezen találta meg azt a bizonyos fogást, de a csónak egyre kevesebbet rakoncátlankodott. A tóba itt is, ott is mélyen benyúlt a nád, és amikor kibukkantak egy-egy ilyen sarkantyú mögül, mindig felburrant pár száz madár. Bütyök ilyenkor megnyalta a szája szélét. – Te tutajos, ezt nem hiszi el senki. – Lehet, de igaz. Nézd, ott repül két kócsag. Itt a gukker. – a csónak állt a vízen. Körülöttük minden mozgott, és Bütyök alig tudta levenni szeméről a messze látót. Nem hiszik el, Gyula! Bárom is én. Mi látjuk, és ez a fontos. A nád mellett menjünk, Bütyök. Hát, ha látunk valamit. A nádas közi azonban nem lehetett belátni. Állt, mint a fal, és majd három méter magas volt. Kívül a szikrázó napsütés, és a nádban árnyékos csend. Sehol egy nyílás. Gergő bácsi azt mondja, mindenféle csapások vannak benne. És ha mondja, az úgy is van, de én nem látok semmit. Sűrű ez, mint a kefe. Gyalog kellene megpróbálni, ajánlott a bütyök. Összevág a nád, és nem látsz semmit. El is hülyedhetsz. A tóvize ugyancsak itt-ott nyelne el, többnyire méteres, de a nádasban mélhet az iszap. Menjünk, bütyök! A csónak elindult, de egyre nehezebben ment, mert vastag hínár szőnyegre kerültek. Hagy bütyök, erre való a csákja. Tutajos a hosszú rúddal áttolta a csónakot a hínár mezőn. Hm, most evezhetsz. Nem lő semmit, tutajos. A barnakányát meglőném, de gémet lőjek. Minek? Enni nem jó, kitömni nem tudjuk, csak azért, hogy elpusztítsam. Kacsát lőj! Csak egyet mutas és bütyök belátta, hogy nem olyan könnyű itt valamit meglőni. A madársereg messze kitért a csónak útjából, és ami repült, torony magasan szállt a csónak felett. Nézd, tutajos! A mozdulatlan vízen vastag kígyó úszott a nád felé, mintha egy sötét pálca hasította volna a vizet. Teste szinte merev volt, de feltartott szájában egy kis hal vergődött. Lőd meg a disznót! Gyula megtöltötte a puskát. Vajuk be, kapkodott egy kicsit. Közben a kígyó elérte a nád szélét, és tutajos még mindig nem lőtt, mert a kígyó nem ment tovább. Nézd! Suttogta. A kígyó körül tekerőzött két nátszálon, és kúszott felfelé. Már fél teste kint volt, amikor megállt. Úgy látszik, kényelmesen elhelyezkedett, undorító gyűrűiben tartva a két szál nádat, aztán nyelni kezdte a vergődő kishalat. Ezt már Tutajos nem nézhette. A puska mélyen beledörrent a napfényes mozdulatlanságba. A sötét raj utat vágott a nádban, elkaszálva a tartó két szálat is, de a fényes sárgás hasú test ott maradt a nádcsonkon. Csak éppen a feje hiányzott. Hűhű, ámélkodott bügyök? ez aztán a puska. Azt hittem, kiesem a csónakból. A tutajos kivette a patront, és megsímogatta arcát, mert szó, ami szó... Matula puskája rúgott, mint egy ló. Nyomd a csónakot, megnézzük, mi van benne. Nem undorodsz? kérdezte bütyök, és beleköpött a vízbe. Undorodom, de kíváncsi vagyok. A kígyóban további két kis hal volt, és valami tollas pép. Dobd már ki, Gyula, mert felfordul a gyomrom, aztán menjünk innen itt. Bütyök tehát tovább bevezett, de most már kígyómentes vízem. A lövésre millió darabra tört a tóvize, mert mintha a csattanás minden madarat fellökött volna a levegőbe, és a károgó, sápogó, füttyögető, méltatlankodó sokaság csak nehezen nyugodott meg. De aztán a bátrabbak már leszálltak, fogyott a madár a levegőből, és lassan elcsendesedett a sokaság, mint amikor valami autókarambol után elviszik a sebesülteket, elhúzatják az autókat, és a felzaklatott közönség megy a dolga után. A csónak csendesen úszott a nádas szegé mellett. Bütyök is szépen tartotta az irányt, a madarak pedig tovább halázgattak, mert a madárgyomor veszedelmesen gyorsan emészt. De a csónak környékéről elhúzódott minden. Csak a nádirigó szólt a közelben, és egy-egy törpegén vágódott ki a nádas falból, és tűnt el újra a nádas távolabbi homályában. Meleg volt nagyon. Ó, valami árnyékot kellene keresni, Nézett körül bütyök. Vagy legalább kalapot hoztunk volna, de legalább napszemüveget. Átmegyünk a túlsó partra. Ott van még valamelyes árnyék, mondta Gyula. Jól beállunk a nád mellé. Nem vagy fáradt? Semmi ez, nem az evezéstől izzadok. írtó meleg van. A csónak elfordult és egyenesen átvágott a vízen, de negyed óra is beletelt, amíg átértek. Tutajos itt megint elővette a csákját, és a csónakot félig benyomták a nátfalba. Így. Most aztán jól le vagyunk horgonyozva. És árnyék is van. Éhes vagyok. Bütyök nem szólt semmit, csak elővette bicskáját. Tutajos pedig megterített a csónak deszkán, és amikor mindent kirakott, amit Nancsinéni tűzhelye termett, összenevettek. Nem hiszik el! Becsület szavamra, nem hiszik el! Bika majd okvetetlenkedik, és jogász rossz vicceket mond. De kengyel elhinné. Sajnálom kengyelt, mondta Gyula. Sajnálom, hogy elment tőlünk. Tutajos, ez sem hiszi el senki. Együnk bütyök. Ha jól belegondolok, hát én magam sem hiszem el. Aztán már csak a gondolatok jártak a nádas posvány szagú árnyékában. Evett a két fiú, mint két fiatal farkas percekkel az éjhalál előtt. Csak éppen, hogy nem morogtak. Homlokukon patakzott a verejték, és úgy érezték, a napon sem lenne melegebb, úgy megszorult körülöttük a levegő. A két fiú homlokán patakzott a verejték, úgy megszorult körülöttük a forró levegő. Bütyök fülelni kezdett. Távoli morgás hallatszott. Robbantanak valahol. Messze lehet, hallgatódzott Gyula is. Eddig soha nem hallottam. Talán a badacsonyi bazaltbányában. De most már szereljük fel a horgokat. A robbantás mély moraja megint hallatszott, mintha a föld alól jött volna. Gyula nyugtalanul nézett a vízre, aztán a levegőbe. Te bütyök? Nem dörgés ez? Ugyan, gyönyörű az idő, csak nagyon meleg. Tutajos újra kivizsgálódott. Hátra ugyan nem látott, de előttük, fölöttük egyetlen felhő nem látszott, és a vízen egyetlen apró hullám nem mozdult. Nem értem. Nem értem, de a madarak is elhallgattak, és valami nem tetszik nekem. Meleg van, állapította meg Bütyök. Hol a kukacos doboz? És ekkor mögöttük félelmetesen felhördült az ég. Szerelde a horgot, de gyorsan, mert ha így szorít bennünket a vihar, húszszor is hazaérünk addig. Szerelde az enyémet is, addig kinyomom a csónakot, hogy körülnézzek. Bütyökre is ráragadt valami Gyula idegességéből, kapkodva szedte szét a nyeleket, a csónak pedig nehézkesen kibillent végre a nád közül. Oda néz. Hátuk mögött, ahova eddig nem láthattak, majdnem fekete volt az ég alja, feljebb zöldeskék, és ennek a fenyegető torlódásnak a pereme foszlányosan sárga. Nem, ez a dübörgő rémület nem mutatott semmi felhőformát, nem voltak gyűrődései és árkai tömör falnak látszott, amely még a villámok cikázását sem eresztette át magán, csak morgott valahol mélyen, mint a tűzhányó, és pillanatok alatt borította el a fél eget. Fogd a csákját, bütyök, majd én nevezek! A csónak szinte megugrott, mintha a rémület az oldalába vágta volna sarkantyúját. És most már nem is a dörgésre figyeltek, ami magasan volt, hanem arra a nehéz zúgásra, ami alatta jött. A vízen könnyű borzongás szaladt végig. A madarak eltűntek, aztán hosszú hullámok jöttek, de messze elől már szennyes tajtékot vetett a tó, és egy perc múlva már úgy hánykódott, mintha megmozdult volna alatta a föld. Nem érünk ki, ordította Gyula, mert ekkor már ordítani kellett. Olyan bömbölő ordítással szakadt rájuk a vihar. Sötét lett egyszerre. Csak a kunyhót érjük el. Szorítsd a nád felé, bütyök! A szél úgy játszott a csónakkal, mint egy gyufas katujával, s a nyílt víz felé hajtotta. Bütyök egy férfi erejével fogta a csákját, és verejtékben úszott, pedig dermesztő hideg lett egyszerre. Aztán recsegni kezdett a nád, mintha ezer kasza vágta volna egyszerre, és jeges ostorával rájuk csapott a jég. «Bütyök!» hordított Gyula. «Ott a kunyhó! Látod?» Egy pillanatra Bütyök látott még valami a bogja félét a nád a szélén de aztán semmit. – Mit csinálsz? – rémült meg még jobban tutajos, ha már egyáltalán az eddiginél jobban megrémülni lehetett. Mert bütyök kiuglott a csónakból, és kézzel kezdte húzni a nátszélben elbújt kunyhó felé. Bütyök csak a kezével intett, hogy nem megy ez másként, és összeúzta magát, mert kegyetlenül vágott a jég. Ugyanígy lehajtotta fejét Gyula is, mert a magyaró nagyságú jégszemek úgy verték a csónakot, mint a géppuska de úgy verték a két fiút is. Húly, húly, üvöltött bütyök, és füléhez kapott, mert úgy érezte, átlőtte egy ilyen golyó. Még tutajos csak vonaglott, ha fejen találta egy-egy égi lövedék. Már erejük határán voltak, amikor végre a nátfalhoz értek. Ez a fal most összekuszált törmelékhez hasonlított. Bütyök odarántotta a csónakot. Ugor ki, mert itt veszünk! Fájdalmat alig éreztek, és a hideget is csak később, de akkor aztán nagyon. Gyula olyan elgyalázott állapotban volt, hogy inkább kihasalt a csónakból, mint ugrott, és elkapva a láncot, húzta ő is kétségbeesetten. Tekerd a láncot a nádra! Hú, bücsök! Ez jó, jó lesz már! Gyere, gyere, de gyorsan! A jég moston volt legjobban, de a fiúk már nem törődtek semmivel. A nác szúrt, vágott, de addig furták magukat, amíg végre beestek a kunyhóba. Beestek félmeztelenül, véresen, sárosan, piszkosan, és a bordájuk mellett látszott szívük lüktető hánykolódása. Gyulának nagyobb volt a haja, de bütyök kopaszra nyiratkozott, és most feje olyan volt, mintha felszántották volna csupa göröngy, csupa apró daganat, szivárgó vércsíkokkal. Tutajosunk egyik szeme bedagadt. Véres, füle véres, orrán két vörös búb, és mindkettőjük térde, kezelába összehasogatva. Bütyök, hol az egyik csizmád? Elmaradt. Legalább tudod hol? Bütyök bánatos szemrehányással nézett barátjára, aztán csak legyintett. Csak hogy itt vagyunk. Hallod, mi van odakint? Ha nincs ez a kunyhó, szavamra agyonvert volna bennünket. És ebben igaza volt bütyöknek. A felhők hasa már majdnem a nádat súrolta, de egyetlen villámot nem láttak még, csak az a szörnyű dübörgés szekerezett felettük, s a jég, vizet, nádat harsogása. Tutajos úgy mint szélben a nyárfelevél, és fogai összekocogtak. Meg vagyunk. Dőj a hátamnak! és fond össze a karodat. Megmondta Matula, hogy kabátot mindig tegyek a hátizsákba. Te nem fázol? Dehogy nem. Amint hazaérünk, akkor a tüzet rakok. Ne álmodozz, tutajos, még itt vagyunk. Csak ezt a kunyhót fel ne fordítsa. Tutajos ilyetten nézett körül, de a kunyhót jól tartotta a benőtt élő nád. A jég most már esővel vegyült, aztán megszűnt a tördelő pattogás, és szakadt az eső szakadt kívül és csordogált belül, de a vihar magja már messze túl rajtuk robogott. Nem kellene elindulni? Várjunk kicsit, mondta Gyula, nincs még vége. Nagyon fázom, törölgette orrát bütyök. Aztán a mozgunk, mégsem fázunk annyira. Brrr. meg Gyula, a kimászásnak még a gondolatától is. Alig, hanem igazad van. Bütyök fújt egyet. Gyerünk! Most már fájt a és fájt minden. Még az eső is, ami felgerebjézett bőrüket verte. A csónak ott volt ugyan, de tele jéggel, félig elmerülve. A mennykő csapja meg, hagyd a mennykőt, bütyök. Nem volt elég? Hol az a vízmerő kanál, az a... Szapúj! Valahol a jég alatt. Esett az eső, előkerült a szapúj. Merd, tutajos, én majd a kezemmel. Negyed óra múlva kiemelkedett a csónak, és tíz perc alatt a gáton voltak. Mindenük csupa sár és iszap. Puska, horgok, minden. És szájukat nem tudták összecsukni a reszketéstől. Bütyök csetlet botlott az egy csizmában egy darabig, aztán dühösen lerántotta és belevágta a csónakba. Evez, tutajos, te jobban fázol! és amikor lerogytak ágyukra a kunyhóban, annyira elgyötörtek voltak, hogy még csak nem is sóhajtottak. Tűzrakásról szó sem esett. Feküdjünk le, didergett Gyula, van itt terékpokróc. Piszkosak vagyunk, nem bánom bütyök, búj be! De három pokróc alatt is nehezen melegedtek fel, pedig összebújtak, mint a szegény ember sovány malacai. Amikor elhelyezkedtek, csikasz melléjük telepedett. És csak akkor vették észre, hogy a kiskutyán sem múlt el nyomtalanul a jég. Csikasz orrán is egy diónyi daganat jelezte az elemek duhajkodását, és néha a combját nyalogatta. Hogy azután a bozontos ször között mi volt még, azt nem lehetett tudni, és Csikasz erről nem is beszélt. Legalább neked több beszéd lehetett volna, Csikasz, hol csavarogtál? Csikasz csak pislogott, mintha azt mondta volna, inkább aludjunk mert azt úgy sem mondhatta volna el, hogy kisebb vadászatot engedélyezett magának, és egy süldőnyulat nyulat a nagy fűben. A nyúl végül is valami rejtett útra talált, és faképnél hagyta a kutyát. Csikasz pedig a vadászat izgalmában nem vette észre a jeges veszedelmet. Az eső ekkor már halkan dobolt a kunyhó tetején, és csak egyet szélrohamra erősödött, amikor a csapzott égerfáról rázódult a kunyhóra a víz. Ezt azonban viharvert barátaink már nem hallották. Aludtak mélyen, de még álmukban is megborzongtak, -meg mintha újabb jégről és újabb fázásról álmodtak volna. A szokatlanul sietve jött, és amikor megállt a kunyhó előtt, csak csikasz üdvözölte. Matula egy pillantással felmérte, amit látott, és összerakta az eseményeket. Elkapta őket, gondolta. Hát nem vették észre. Fehéj csóválta és gondolkodott. Ám bár ha a nádban voltak, nem is vehették észre. Csendesen bement a kunyhóba, és amikor közelebbről megnézte az alvókat, elkomolyodott és öklére eresztette állát. Haza kell vinni őket. És Matula szó nélkül visszafordult, mert ami látszott a két fiúból, az még többet mondott. Arcuk fejük összeverve, felszaggatva, dagadtan, kék véraláfutásokkal, csupa sár mindenük. Tutajos egyik szemhéje, csupa repedés, és az orra. Csúnyán elkapta őket, nehézségebb a rohadt időbe. Meg is fászhattak, csak haza. Haza! Nancsi majd összeszed őket. Amikor a falu aláért, már sütött a nap, és amikor letette alapját a konyhában, fáradtan zökkent a székre. István úr! Jaj, Gergő, micsoda idő! Oda a termés! Mit láttál? A te termésed nincs oda, Nancsi. A határ meg csak a szélit kapta. A két gyereknek ágyaz meg, és csinálj nekik forró fürdőt, meg téját is. Szentséges atyám! Matula ezek után fogta a kalapját. Ha a gazda megérkezik, mondd, hogy én küldtem el a kocsit. Várjál, Gergő, hát mi van velük? Megáztak. A kocsira meg tegyetek elegendő kabátot és takarót is. Várj, Gergő, nem várok, Nancsi, mert most alusznak. Aztán mire felébrednek, tüzet akarok rakni. Enni valót nem viszel? Majd adsz nekik itthon. Matula a kalapja felébökött. Nancsi néni gondolatai között pedig kavarogni kezdett a fürdő, a tea, a vacsora, a vetett ágyak, kabátok és egy általános ápolási terv kibontakozó hadjárata. Egyelőre azonban csak nézett a székre, ahol előbb még Matula ült. Hát lehet ebből valamit kihúzni, én szamár. És igazított egyet a széken, amit Matula meg sem mozdított. A nagy fáradtan, foszlottan gőzölgött a délutáni napsütésben. A jég már elolvadt az utakon, de a nád zúzott volt, és a füves térségeket, mintha lehengerelték volna. A fákon tépett a maradék levél, és a víz egy génfióka tetemét vitte lefelé. Sok madár elpusztulhatott, gondolta Matula. De a kukorica még talpra áll. A kunyhó előtt Csikasz várta, de Csikasz is ferdén hordta a fejét, Látom, te is kaptál, de úgy kell neked, biztosan te kerektél. Matula suttogva szitta csikaszt, aztán hamarosan fellobbant a tűz, és pattogva küldte lángjait a hűvös levegőbe. Először bütyök ült fel ilyetten, hogy mi gyulladt meg, aztán tutajos is mocorogni kezdett, és Matula megnyugodva gondolt arra, hogy nincs tükör a kunyhóban. – Na, mi újság? – kérdezte, és úgy tett, mintha mosolyogna. – Jaj, Gergő bácsi! Majd oda vesztünk. Hát nem látták. Tutajos csak legyintett. Mire észrevettük, már rajtunk volt. Bevoltunk voltunk állva a nád közé, és a hátunk mögül jött. Gondoltam. A hidegrász, rá Hát ne gondoljon rá. Hol vannak a ruhák? Csak leszortunk mindent olyan rendetlenül. A puska is csupa víz. Az nem baj. Ilyenkor semmi sem baj. A szükség, a szükség. Maga még most is borzong, és az öreg előhúzta a nád közül a pálinkás üveget. Jóskán töltött a pohárba. Nem kívánom, Gergő bácsi. Hát kérdeztem, hogy kívánja -e. Ez most orvosság. Gyula lenyelte a méregerős pálinkát, és lenyelte bütyök is. Ezek után kisé bambán és végtelen mazatos törődöttséggel néztek a világba. Ha kell még, szóljanak! Jöjj! Tiltakozott Gyula. Matula pedig szárogatni kezdte a ruhákat. Rémesen nézel ki, bütyök. Szerencsé, hogy nem lát jó malád. Tutajos, ha látnád magad, kár, hogy nincs itt tükör. Majd otthon megnézhetik magukat, szólt közben Matula. Addig helyre jövünk. Alig hiszem, fordította meg Matula az egyik gőzölgő nadrágot, mert hogy még ma hazamegyünk. Gergő bácsi, csak nincs valami baj? Semmi, mi lenne? A jég veleje itt adta ki a mérgét, a falu határa kiheveri. A cséplés leállt, de van ponyva elég, és amikor másodszor visszajöttem, már újra bunoktak a masinák. Másodszor? nézett az öreg regula. Mert amikor először itt voltam, maguk aludtak, és még a takaró alatt is citeráltak. Hát bementem újra, mert most már maguknak nancsira van szükségük. Csak is nancsira. Ő meg örül, hogy tisztába teheti magukat, meg kenegetheti, mindenféle kenőcsökkel, meg etetheti is. A fiúk hallgattak egy darabig, és tutajos olyanféle arcot vágott, mint aki megsértődött. Ez a megsértődés azonban felszínes volt, és nem is mutatott semmit, mert a derék tutajos arca egy-két napig nem volt alkalmas semmiféle érzelem kifejezésére. De felszínes volt azért is, mert bár neheze hagyta itt a kunyhót és az öreg gergőt, Valahogy kívánta Nancsi néni puha kezét, a meleg ágyat, és általában a kőből rakott házat, ami nem fúj keresztül a szél. Meddig kell bent lenni, Gergő bácsi? Ameddig akarnak. Nem is baj, tapogatta bütyök jégverte kobakját. Nem árt, ha kicsit helyre pofoznak bennünket. Hát pofozásról ippen nincs szó, de az lehetséges, hogy István úr szól majd egyet-kettőt. Na, az nem baj. A bütyöknek még a csizmája is benveszett az iszabban, mert úgy húzta be a csónakot a nádba. Evezni nem lehetett. Az egyik csizmája, a másik megvan. Egy csizma, nem csizma, mondta Matula. De szerencsére nem kell sokat gyalogolni. Hát, ami azt illeti, szomorodott el tutajos. Nem is szeretek rágondolni. Csupa szúrás, vágás a lábunk, aztán vizes minden. A kocsi a hídnál várja magukat, Odáig meg csónakon megyünk. Gergő bácsi, mondta tutajos, és szerette volna megölelni az öreget. Maga mindenre gondol. Hát mindenre, nem csak amire köl. De úgy látom, a ruhák megszáradtak. A kocsi eddig már a hídnál van. A két ifjú ezek után felöltözött. De úgy öltözött fel, mintha a ruhák tüskével lettek volna bélelve. Inkább mesztelenül mennék, mondta tutajos, mert testükön csak imittam ott volt egy-egy kis darab éphely. Nem gondolnám, hogy Nancsi örülne neki. Evezhetek, Gergő bácsi? kérdezte Bütyök, aki töretlenebb állapotban volt. Majd evezhet még, most sietünk. És Bütyök megláthatta, mi az evezés. De így még Gyula sem látta, mert Matula eddig soha nem sietett. Most sietett, és a csónak repült a vízem. A viharvert ifjak diderektek, és bütyök akkorát tüsszentett, hogy egy gén pipaszár lábait széthányva rebent fel a nád mellől. Aha, mondta Matula. Aha, kezdi már. De Nancsi néni már csinálja a fürdőt, meg a téját. Amikor a kocsi bezörgött az udvarra, Nancsi néni ott állt a feljárón csípőretett kézzel és szelíd harciassággal. Nancsi el volt készülve, hogy a fiúk megáztak, ahogy Matula mondta, és mivel Matula mondta, arra el is volt készülve, hogy a fiúk nagyon megáztak. De erre a látványra nem volt elkészülve. Jó napot, Nancsi mondta Gyula reketten, és mosolyogni igyekezett, de bal szeme csak félig nyílt ki, és orra, két mogyorónyi daganattal, egyáltalán nem vett részt ebben a mosolygásban. Az orr nem azonosította magát semmiféle mosolyjal. Úgy álltam ott, mint egy kűbálvány, mondta később az öregasszony, pedig még csak a fejüket láttam. Megjöttünk, nancsi néni! Vidámkodott bütyök is, hogy enyhítse az értséget, de fejét úgy tartotta, mint egy törékeny köcsögöt, és kisé ferdén, mint amikor a liba az eget kémleli. Megjöttünk! Látom, lehelte Nancsi, látom, uram, atyám, bár ne látnám, hát szálljatok már le. Először bütyök mozdult meg, kidugván a takaró alól mesztelen lábát. Be kell hallanunk, hogy bütyök kisé elpirult, mert ezek a lábak. Nancsi néni szeme bűvölten nézte bütyök lábát, és a fiú fokozottan pirult, mert ráadásul hüvelykúja görcsöt kapott, és önállósulva felfelé merett, mint egy kútágas. A csizmám oda veszett, igyekezett enyhíteni a dolgot, de hoztam bakancsot is. Szentséges atyám, hiszen véres is. Kicsit állt talpra készségesen bütyök. Segítsek, tutajoskám! Gyula ingatagon állt fel, mert úgy érezte, hogy teste abban a pillanatban fájdalmas darabokra omlik. Nem bánom, bütyök, csak amíg leszállok, a kocsi elgörgött, és hőseink bevánszorogtak Nancsi néni után, aki közben körüljárta őket, mint kotlós a csirkéit. Hogy az a jó Isten, hogy az a tüzes ménkű, ennek is matula az oka, csattant fel végül. Miért? állt meg egyszerre a két ifjú. Miért? Ne álcsorogjatok, szerencsétlenek! Miért, miért? Csak kiáltott, mert nem vigyázott rátok, hiszen mozogjatok, a fürdő kész az ágyak megvetve, még hogy van kedvük beszélni. A fürdőszobában kánikula is vízcsobogás, és két István bácsira méretezett hálóing. Szappanozzátok le egymást, itt vannak az ingek, aztán be az ágyba. Majd akkor meglátom, mit kell veletek tenni. És fél óra múlva ott állt a két fiú tisztán és szárazon István bácsi hálóingében, mint két hindu fakír, akik éppen most keltek fel a tüzes szögekkel kivert heverőről. Feküdjünk le, bütyök, mert én eldőlök. Aztán csukd le a szemed, mintha aludnál, mert Nancsi másként nem hagy élni bennünket. Erre a figyelmeztetésre azonban nem volt szükség, mert bütyök nem csak a szemét hunyta le, de pár perc múlva már enyhén szuszogott, elmerülve az álom öntudatlan tengerében. természetesen mit sem tudtak, hogy lassan alkony lett, és később sötét szemével benézett az ablakon az est. Odakünt csillagtalan sötét borulás szállt a falura, mert újra felhők jártak az égen. Azt sem tudni, hogy a csatevesztett ifjak álmodtak-e valamit, bár Gyula néha nyugtalanul hánykolódott, de bütyöknek még a szuszogása sem hallatszott arról sem tudtak, hogy Nancsi néni többször bent járt különféle teákkal és tégelyekkel, és csak nehezen fékezte le magában a gyógykezelési szándékokat. Nem volt szívem felkelteni őket, mondta István bácsinak, aki egyébként is harapós hangulatban volt, és rövid, de igen erőteljes megjegyzéseket tett a jégverést illetőleg. Hát, még ha ezeket látná, intett befelé. Mit nézzek rajtuk? de azért vacsora után bement a fiúkhoz, és felkattintotta a villanyt. Az árgélusát! Sziszegett meglepetten, és szeme ide-oda járt, tutajos kék-zöld arca, emeletes orra, és bütyök dagadt, ótvarosnak látszó koponyája között. Ezeket valahol kint kapta a jég. És közelebb ment Gyulához, aki kitakarózva, félmesztelenül feküdt figyelmesen nézte tutajos összeszabdalt térdét és verejtékes homlokát, aztán nagyon puhán megfogta öccse Ennek a gyereknek láza van. Mire a doktor hazaér, éjfél lesz. Gondolkodott, hiszen ő adott neki kocsit a szomszéd faluba. Hát, annyira talán nem sürgős, nyugtatta magát, és csendesen kiment a szobából, de mielőtt leoltotta volna a villanyt, még egyszer visszanézett. Láza van, és ezt nem az apró sebek okozzák. Hancsi néni, mondta odakünt. Balás hétre menjen a doktorért. Ugye? Úgy. Addig hazajövök, mert beszélni akarok vele. Aztán Balázs ne fogjon ki, hanem a ponyvákat vigye ki a gépekhez. Szárogatni kell az abot. Visszafelé hozzá el az olajos kannákat, de megmondja neki, hogy szalma közé pakoljon. Mert ha a kocsi olajos lesz, Balázs vigyáz az ilyesmire. Aztán elmegy patkoltatni. Menet nézzem be a szövetkezetbe. Megjött a gálic meg a kötőfék. Ha nem jött meg, telefonáljanak érte. Ha megjött hozza a magtárba. De útközben szóljon be a bábához, mert lakatos Jóska felesége kérte. A vica? Az. Ha hát, nincs még itt annak az ideje. Nancsi néni, a vica bábát kért, hát bábát kap. Nem mondták, hogy sürgős, Balázs ráér előbb kivinni a részgálicot a magtárba, aztán a bábát vicához. Megmondom, a gyerekek meg hadaludjanak. Nem is ettek. Okosan. Annál jobban alusznak, és annál jobb étvágyuk lesz reggel. Aztán most már feküdjön le maga is. Aludjunk, mert mindjárt reggel lesz. A ház elcsendesedett. Az öreg asszony elgondolkozva nézte még egy kicsit a tégelyeket, és a csalhatatlan orvosságos üvegeit, aztán újra sorba rakta őket. Majd holnap, gondolta, és ezen megnyugodott. A holnap egyelőre elég távoli volt, de ez csak Gyula érezte, igaz, csak álmában. Sőt, álmaiban, amelyek olyan lengén zavarosak voltak, hogy reggelre elfelejtette őket. Kitakaródzott és betakaródzott, mert hol megsült, hol megfagyott. De erre az öntudatlan mozgásra sem ébredt fel. Amikor végre felébredt, a szoba már világos volt, és egy kocsi zörgött be az udvarra. Aztán István bácsi hangja hallatszott, de Gyula füle közömbösen eresztette el a hangokat, és nem érzett fájdalmat sem. Mintha állandó és emelgető, puha suttogásban úszott volna. Erre lehunta a szemét. Amikor később felnézett, egy idegen állt az ágy mellett, és nagybátyja. Gyula átnézett bütyökhöz meggyőződni, hogy ez a hangtalan megjelenés igaz-e. Aztán úgy gondolta, hogy igaz, mert a másik ágyból, állik betakarva, barátja nézett vissza. Talán felülnél, de rég tutajos. Ez a doktor meg akar vizsgálni. Egyébként jó reggelt kívánok. A tutajos ilyetten felült, bár a felülés nehezen sikerült. Bocsánatot kérek, jó reggelt kívánok. Olyan nagyon elaludtam. Feküd le nyugodtan, tutajos, és mondd meg nagybátyádnak, hogy ne kotyogjon bele magasabb műveltségű orvostudorok dolgába. Úgy. A tutajos bágyattan mosolyott, és úgy érezte a doktornak egészen puha a keze, és szárazó hűvös, amikor csuklóját átfogta. Nem tudtatok elbújni a jég elől? Nem. A tavon ért bennünket, a nád közt, és mire észrevettük, már ott is volt. Evezni meg egyáltalán nem lehetett. Akkora volt a szél. Gondoltam, mondta István bácsi. Persze száraz kabátot nem vittetek. István, nem mennél ki? mondta a doktor. Nem, én vagyok a pótatya. Ülj fel, segítette fel Gyulát a doktor. És máskor, ha pótapa kell, hozzám gyere. Sóhajts! István bácsi ez idő alatt bütyökkel sugdolódzott. Minek a doktor István bácsi? Megvizsgál benneteket. Engem is? Hát persze, aztán elmegy. Hallom, a csizmád elveszett, majd kapsz másikat. Mamánál van pénz. Akarsz egy nyaklevest? Mondtam, hogy pótapátok vagyok. Lefekhetsz, tutajos, mondta a doktor. Egy-két nap fekszel, aztán mehettek matura szárnyai alá. Ülj fel, bütyök. Bütyök felült és mosolygott, mert olyan volt ez a doktor, mintha tíz éve minden nap együtt lettek volna. Régen ismerős és nagyon megnyugtató. Nincs kalapod? Van, de nem hordom, mondta bütyök büszkén. Elég szamárság, hogy nem teszitek legalább a hátizsákba. Összegyűrődik, vadonatúj vadászkalap. Majdnem. És most olyan a fejed, hogy utálat ránézni. Mond, hogy á, á, át szíveskedjél. Miután bütyök csak egy reked, át tudott kilehelni, a doktor elfordult. Ez is meg van fázva. Mehetünk, István. Amikor az irodában leültek, István ránézett a doktorra. Nos, a vendégnek semmi baja, de az öcsét befogta. A tüdeje van érdekelve. Nem mondom, hogy nem lesz tüdőgyulladás. Ne is mondd, mert megüt a guta. Persze, hogy megüt. De csak pár év múlva. Ezzel most ne foglalkozzunk. Ellenben, ellenben. Lovas futár penicillinért a patikába, mert az enyém elfogyott. Írd a receptet. Bütyök később az ablakra nézett, mert egy lovas vágtatott végig az udvaron. Nem mondták, hogy felkelhetünk-e. Mit gondolsz, Gyula? Gyula azonban nem gondolt semmit, mert megint olyan félálomféle bódulatba süllyedt. Helyette Nancsi néni jött be terjedelmes tálcával. Éjjel haltok, szegény gyermekeim! Nem szabad felkelni? kérdezte Bütyök. De nem ám! Gyula lázasan mosolygott. Nem is kívánok felkelni. Enni se nagyon. Gyomrod is el van rontva, fiam. Nem is kapsz, csak teljes kávét és vajas kenyeret. A doktor rendelte. Bütyök ehetik, amit akar. Van lázad? Nem mondta a doktor bácsi. A hőmérőt meg eltette. Láncsak. Aggódott az öregasszony, aki nem tudta a valóságot, de érezte, hogy baj van, és elő sem mert jönni csodálatos szereivel. Hát egyetek, aztán beereztem ezt a vén betyárt, mert még nem is reggelizett, csak beszaladt a berekből. Azt mondja, hogy nem oka senki se, hogy megfáztatok, nem hát, mert új kárnak és régi várnak nincs gazdája. De bütyök hatalmasan bereggelizett, közben nézték az ajtót is. Úgy várták Matulát, mintha egy éve látták volna. Mondom, begyűvök, kopogott be az öreg. Meghoztam halat ennek a nancsinak, azt megelti a beteg is. Bütyök kiugrott az ágyból és széket penderített Matula alá. Nem vagyunk mi betegek, Gergő bácsi. Nem is azt mondtam, de megfázhattak. Aztán ilyenkor okosabb a doktorra hallgatni. Csik azt nem hozta be? Ott hagytam a haszontalant, mert ott a hele. Kitakarítottam mindent, nyeleket, orsót, puskát, gunyhót, és kerestem a másik csizmát is, de bizony nem találtam. Mikor gyűnnek ki? Nem mondta a doktor? Hát, talán pár nap múlva. Nem is baj, mert most csúnya a berek, úgy összevágta a jég, de pár nap alatt helyre igazodik. A patronyok is mind áztak, de már kaptam újakat. Hát, ronda idő volt, az már igaz. Matula bütyöknek beszélt, de Gyulát nézte, aki már megint elaludt. Erre csendesen fölkelt az öreg és intett bütyöknek. Hagyjuk aludni, suttogta és csendesen kiment. Bütyök nem értette ezt a nagy figyelmességet, de a reggeli kellemes hatása alatt nem is ért rá foglalkozni vele. Elaludt. Nem volt még dél, amikor Tutajos megkapta az injekciókat, de Tutajost már ez sem nagyon érdekelte. Nagyon elesett volt, nagyon lázas, és majdnem eszméletlen. Nem ártana, ha a gyerek kicsit erősebb lenne, mondta a doktor később az irodában. De azt a szegény bütyköt, ne fektessétek, nincs a világon semmi baja. Hadd kuruzsolja kicsit Nancsi néni. Mellesleg az öregasszonynak igazán jó kenőcsei vannak, és jó szeme is van kelésekhez, égésekhez, mi egymás. Gyengén van ez a szegény gyerek, aggódott István. Ha a szülei megtudnák, miért tudnák meg? Feltételezem, nem akarod megírni. Még csak egy hisztériás anya hiányzik itt nekem. Két hét múlva az öcséd átadhatod Matulának utókezelésre. A jó öreg nap, a levegő meg a víz befejezi a kúrát. Csak arra vigyázzon, hogy meg ne fázzon. Azon a napon, amikor a fiú felkel, egy malacot kapsz, Jóska. Én nem gazdálkodom, sűzs meg, mit csináljak vele? Azaz ne te sűzs meg, hanem Nancsi. Meghívsz és megesszük a gyerekekkel. Este felé megint eljövök. Amikor a doktor elment, István bácsinak eszébe jutott ígérete, hogy beszámol húgának a fiáról. Ezért kellő neki készülődés után, és hatalmas sóhajok közben nekiült a levélnek. Kedves ákos és édes húgom, írta. Tudatlak benneteket, hogy fiatokkal és bütyökkel is a legteljesebb mértékben elégedett vagyok. Erősödik a fiú, amint a doktor mondja, mert mindkét fiút megvizsgáltattam. Ez igaz, sóhajtott a testes gazdász, és szivarra gyújtott a számtalan is foglalkoznak, és fiatok a múlt héten fogott egy óriás harcsát, mert itt-ott, természetesen szigorú felügyelet alatt, a folyóhoz is kiereztem őket. Tegnap nagy égeső volt nálunk, most nagy a sár, ezért itthon tartottam őket. Ez is igaz. Nem árt, ha heverésznek egy kicsit. Most voltam náluk, kézcsókjukat küldik. Mi a mennykövet írjak még? Nancsinak küldjetek majd valamit, kendőt, vagy harisnyát, vagy bánom is én mit, eteti a kölyköket, mint egy kotlós. Csókol benneteket, István. Na, ragasztotta le a levelét. Megint elaludt ez a büdös szivar. Ezután csendesen bement a fiúkhoz. Bütyök mélyen aludt, Gyula nyugtalanul mozgolódott szeme félig nyitva, de nem vette észre a nagybátyját. – Ancsi néni! – szólt be István a konyhába. – Majd nézzem be a gyerekekhez. Bütyök felkelhet, ha akar. A doktor azt mondta, magára bízza, mert a maga kenőcsei meg olajai valóban sokat érnek. – Azt mondta! – nem én találtam ki, elhiheti. Én most a felső pusztára megyek. Onnét, onnét a mennykő tudja. Estére majd itthon leszek. Azonban, akármilyen nehéz volt ez a két hét, nem állt meg. Mert nehéz volt. Főleg az első nyolc nap. Elsősorban derék Tutajosunknak, aztán István bácsinak, Bütyöknek, Nancy néninek és a doktornak is. Mert bizony voltak pillanatok, amikor Gyula majdnem eltutajozott azokra az ismeretlen vizekre, ahonnét nem jött még Tutaj vissza. De ott volt a doktor aki ismételten leszállította Gyula Lajost erről a bizonytalan járműről. Végül a kilencedik napon Tutajosú nagyot sóhajtott, nagyot aludt, s utána láztalanul nyitotta ki szemét. Ennél a nevezetes pillanatnál véletlenül jelen volt István bácsi is. A doktor pedig, a délutáni vizsgálattal végezve, összepakolta holmiát kis táskájába, és olyat fújt, mint egy győztes birkózó az utolsó menet után. Hű, mondta. Nagyon féltettem a malacot. A nyár azonban ezt is tudomásul vette, látszólag közömbösen. Friss reggeli levegőt hozott a szobába és gyula tüdejébe. De nem állt meg, és úgy határozott, hogy tutajosunkat mégis átadja az ősznek, további nyaraknak, általában az élet idejének. Bütyök hol van? nézett körül Gyula. Bütyök dolgozik és nem lopja a napot, mint egyesek, mondta István bácsi, ám bár igen boldogan mondta, mert pótatjai mi voltában annyit aggódott pót gyerekéért, mint három valóságos atya. Az igazság azonban az, hogy Bütyök valóban dolgozott. Miután Nancsi néni csodakenőcsei helyre simították göröngyös kobakját és a ház körül témfergett, István bácsi azt mondta neki, nem jössz velem, Béla? Szívesen. Bütyök felkapaszkodott a kocsira, és nem csak jól érezte magát, de izgalmas érdeklődéssel látta a nagy gazdaság bonyolult és mégis rohanó életét. A látott bütyök könnyű a mérnöknek, mert a mérnök valóságos számokkal dolgozik. Könnyű az építésznek, mert amit kitervez, az úgy is van. Könnyű a cipésznek, a szabónak, mert adva van az anyag, és az nem változik meg. De nehéz a gazdának, mert jön egy jég, egy fagy, egy felhőszakadás, egy járvány, egy ostoba rendelet, egy rovarinvázió, szárasság, és még ezer ismeretlen nyavaja, ami napról napra változtatja a munkát, a beosztást, a földek állapotát, a gépek használatát, a vetés rendjét, az aratás idejét, mindent. Ma kiadok egy rendeletet, és holnap már felborult minden, mert éjjel leszakadt az eső. Jövő héten át akarok adni száz hízott ökröt, beüt egy száj és körönfájás, leromlik a jószág, kezdhetem előről az egészet. Szóval itt néha úgy látszik, hogy nem is mi gazdálkodunk, hanem az idő és a véletlen. És mégis nekünk kell gazdálkodnunk, és nem az időnek és a véletlennek. Na, mi az? Álltak meg az egyik cséplőgép mellett. Hol az ellenőr? Rosszul lett megint, jelentette a gépész. Bent fekszik a bódéban, a gyomrával vesződik. Én mázsálok. István bácsi bement a kerekes bódéba, és amikor kijött, dühösen vakarta a nyakát. Ültessétek fel a legközelebbi kocsira, és egyenest a doktorhoz. És a mázsa? kérdezte a gépész. Mázsáljak én tovább? Úgy értem, amíg lesz valaki. Nem lehet, erre szigorú rendelkezés van. Ki jöhetne a tanító kisasszony? Ki hát, ha hol lenne? Harangozó Laci? Felvételi vizsgára készül az egyetemre. Hát akkor? És a gépész a karját, jelezve, hogy kifogyott a tanácsokból. István bácsi pedig levette kalapját, belenézett, mintha ott cséplési ellenőrök tartózkodnának, aztán az égre nézett, végül bücsökre nézett, és gyilkosan dühös tekintete megszelídült. Tudsz-e számolni, Béla? Hát persze, mondta a bütyök, és elpirult, mert kengyerre gondolt, és ezt a kérdést tapintatlannak érezte. És elvállalnád a más amíg ez a szegény lajcsi rendbe jön? Persze, rendes fizetésért. Nem mázáltam még, idegenkedett bütyök. Hát, ha nem vagy hülye, három perc alatt úgy mázsálsz, de úgy mázsálsz. Na gyere! És ha nem is három perc múlva, de negyed óra alatt, Bütyök úgy mázsált, de úgy mázsált. Csoda talentum vagy, Béla. Az ebédet majd kiküldöm, és az utolsó maghordó kocsival hazajössz. Bütyök tehát ott maradt a mázsa mellett, amíg a gépész a kocsihoz kísérte főnökét. Vigyázzon a gyerekre, Lehőz bácsi, az öcsémnek a barátja. Kitűnő tanuló, szíjjeles volt végig és István bácsi csak egy jelentős mozdulattal fejezte be bütyökről alkotott kitűnő véleményét. Nem kell talán mondanunk, hogy a dicséretben túlméretezett fantázia rejlett, és egyben az a tény, hogy a vastag gazdás szívesen adományozta a jeleseket, amelyekkel ő éppen olyan ritkán találkozott annak idején, mint bütyök a jelenben. A géphez ne engedje a fiút, nehogy babráljon valamit, aztán meglegyen a baj. Természetesen, parolázott a nyurga öreg gépész, és mi sem természetesebb, mint hogy másnap már bütyök indította és állította meg a gőzgépet, sípolta megálláskor, mert egy valóságos, első osztályú gyorsvonati mozdonyvezető árvájának ezt megtiltani nem lehetett. Ekkor azonban már a nyurga gépész János bácsi megszólításra hallgatott, míg pondorai kartás közvetlenül Béluskámnak szólítatott. Leősz egyébként elég száraz, hatvan körüli gyermektelen egyén volt, aki szívesen apáskodott egy néhai kollégája árvája felett. Pláne, amikor észrevett, hogy bütyök teljesen otthonos a dugatjuk, atmoszférák, tengelyek és fogaskerekek világában. Csuda feje van, mondta a gépész a gazdának, aki átjött a szomszéd majorból. Nem hiába volt színjeles. Ennek természetesen percek alatt hírement. És amikor a vízhordó lányka ellenőr úrnak a bütyköt, a jeles ifjú melegbizsergést érzett a szíve körül, és másnap hajnalban feltette méregzöld vadászkalapját. De a nyár még ennek dacára sem állt meg. A traktorok már a tarlókat buktatták, a nyárfás utak felett vércsefiak rikoltoztak, az iringó virágja megfakult, az asztagok helyett szalmakazlak nőttek és Bütyök egy napon három szár őszi rózsát talált ételhordó kosarában, a vízfordó lányka pedig a következő napon egy doboz cukorkát talált ugyanazon kosárban. Bütyök ezek után nyakkendőt kötött, míg szanyadi Kati felvette piros rékliét dacára a beígért anyai pofonoknak. Ezek valóságok. De az is valóság, hogy István bácsi most először, hibát talált az ifjú számadásában, amitől vastag ráncok képződtek homlokán, jelezve, hogy erősen gondolkodik. Látva azonban bütyök nyakkendőjét és Katica ünnepi rékliét, magában azt mondta, no, no. és a hibát szó nélkül kiigazította. Erről azonban nem tudott más senki, még tutajos sem, aki lázban és félönkívületben birkózott valami rémmel, mely hol elment, hol meg újra visszajött, az szerint, hogy reggel volt vagy este. Erősödött az injekció hatása, vagy gyengült. Nanci néni minden idejét a beteg mellett töltötte, aki csak a hűvös borogatásokról tudta, hogy ott van, és bütyök hiányát alig vette észre. A doktor naponként kétszer is megnézte Gyulát, és többször figyelmeztette Nancsi nénit, hogy a malacsültet ropogósan szereti. Gyula, te hogy szereted? Tutajos keserűen mosolygott, ülve és borogatás nélkül. Remek, örvendezett a doktor. Szellemi képességeid meglepően regenerálódnak. Ezt azonban Gyula már csak hallotta, de nem foglalkozott a gondolattal. Mert távol lett minden és mindenki abban a félájult elesettségben, ami többször elővette. Amikor azonban azon a kilencedik napon értelmesen, egészségesen és felszabadult boldogsággal kinyitotta szemét, első gondolata barátja volt, aki dolgozik és nem lopja a napot, mint egyesek. Azt már nem is kérdezte, hogy bütyök miként jutott felelősségteljes teljes álláshoz, és ahhoz az emelkedettem boldog, de felettébb zűrzavaros lelki állapothoz, aminek köznyelven az első szerelem a neve. De tutajos nem is tudhatott részletesebben barátja dolgairól, mert eddig a betegségen kívül nem is érdekelte semmi. Most azonban nagyon hiányzott bütyök, és este, amikor megérkezett, a betegségtől elgyüngülten és kissé szentimentálisan azt mondta, te már nem is törődsz velem. Bütyök azonnal megsértődött, mert a szerelem őt is érzékenyítette. Haza is mehetek, ha ilyeneket mondasz, bütyök, mert ez nagy igazságtalanság. Hogyan törődtem volna veled, amikor beszélni sem tudtál? De a doktor meg is tiltotta. Ne haragudj, bütyök, de olyan gyenge vagyok, és talán meg se gyógyulok. Tutajos nem beszélt tovább, mert elsírta volna magát arca eltorzult, és váratlanul két kövér könycsebb szaladt szája szegletébe. – Gyula! – rémült meg bütyök, és szíve egyszerre tele lett barátja szeretetével. – Gyula! – igazán! – és nem tudott mást mondani. Odaült a beteg ágyára, kezébe vette kezét. – Ha te nem gyógyulsz meg, én öngyilkos leszek. Ezt már meg is mondtam Katicának. – Kinek? – Bütyök akkorát sóhajtott, mint amikor a kazánból a gőzt kieresztik. A mennyasszonyomnak. A vallomás után Pondorai Béla lehajtotta fejét, és talán könnyezett is, ha a távoli esküvőre gondolt. De tutajos ezt nem láthatta, mert egyszerre megfeledkezett saját közeli elmúlásáról. Bütyök! kiáltott. Hogy érted ezt? Sehogy! suttogta a szerelmes ifjú. Sehogy, tutajos, én magam sem hittem volna, aztán itt van. Ki az a nő? Kérlek, tutajoskám, ne beszélj úgy róla, hogy az a nő. Szanyadi Katalina neve. És ott dolgozik a gép mellett, mint, mint vízhordó. De az ebédemet is ő hordja, és kék szeme van. Gyula erre már felült, és egyelőre ellentétes érzelmeivel birkózott. A kitörni készülő nevetéssel és a kíváncsisággal. Látva azonban barátja komolyságát, az együttérzés kerekedett felül. Hát mondd el! és Bütyök elmondta. Elég zavarosan mondt el, és tutajos csak azt nem értette, miért kell ezen szomorkodni. Megcsókoltad? Hogy képzeled? azonnal kiábrándulna. Hát, a szeret, imád. Te jó Isten, ez nem értem. Én sem. Ült a két gyerek a lámpa világos estében, és nem értették a szerelmet. És nem gondolhattak arra, hogy azt az édesen tövises lelki állapotot tulajdonképpen senki nem érti. Aki szerelmes, azért, mert szerelmes, aki pedig nem szerelmes, azért, mert nem szerelmes de a nyár még ezen emésztő érzések között sem állt meg, pedig késő este lett közben. Késő nyári, csendes, tündöklő este, amikor a tejút már az ősz felé hajolt. A csillagok magányosak lettek, mint a szétszórt pásztortüzek, és az őszi bogár könnyes kis citerája talán ezen az estén pendült meg először, bújdosva a letarult mezőkön, a susogó kukoricák homájában és a szőlőtőkék mámoros álmai között. Utajos másnap már kiült a napra. Harmadnap kibotorkált a kertbe, süttette magát a nappal, és úgy érezte, az áldó sugárzás a csontjait símogatja. Tutajos rohamosan erősödött, és ezzel együtt nőttek vágyai Matula és a Berek után. Közben Pondorai néni is hazautazott, és a fiúk, természetesen Nancsi néni csomagjával, ott várták az állomáson. Ez volt Gyula első kimozdulása betegsége óta. A vonat csak pár percig állt, és amikor elment, hosszan néztek utána, mintha a kőszénszakban, a füst távolodó gomolygásában az otthon és az iskola szólt volna. Ezen kicsit elszomorodtak, és bár erről nem szóltak, kicsit, nagyon kicsit vágyódtak is a társak és az új iskolai változatossága után. Abban már megállapodtak, hogy Gyula a tudományos kutató lesz, és Bütyök mezőgazda. És ezen elhatározásukra István bácsi azonnal áldását adta, bár bütyök kimutatásaiban a hibák tetemesen szaporodtak. A testes gazdászban azonban megértő lélek lakozott, és dörmögve igazította helyre bütyök szerelmének kézzel fogható botlásait. A távoli álmok között Szanyadi Katalin természetesen már, mint Pondorai Béláné szerepelt. Erre a szerepre a kislány erősen készült is, mert a vizet bizonyos felsőbséggel osztogatta a szomjazóknak. De esténként elővette könyveit, hogy ő is színjeles legyen, mert a mezőgazdasági technikumot óhajtotta bütyök tanácsára elvégezni. A kocsi hazafelé zörgött, a berek felett könnyű pára ült, és a fiúk szótlanul álmodoztak. Amikor az alahígyán átdübörgött a kocsi, tutajos megszólalt. Most már kijöhetnénk újra. Nem hagyhatom a gépet, mondta a Bütyök. István bácsi megharagudna. De pár nap alatt úgyis vége a cséplésnek. Lehet, hogy valami új beosztást ad. István bácsi azonban nem adott új beosztást. Elég volt, mondta. De jövőre újra szívesen látlak. Te gyakorlatot szerzel, és nekem szükségem van kisegítőre. Ezek után némely bankókat olvasott bütyök markába, és kiadta a rendelkezést arra a bizonyos malac vacsorára. A doktor még egyszer megvizsgálta tutajost. Mehetsz, mondta. Matulával már megbeszéltem, mire kell vigyázni. A vitaminokat szedd, és szeptemberben földhöz vághatod a legerősebb gyereket is az osztályban. Nem lehet, doktor bácsi, mert bütyök a legerősebb. A vacsora azonban kiválóan sikerült, szinte túlságosan kiválóan, de ki tudott volna Nancsinéni művészetének ellenállni. A malac piros volt, ropogós, almát tartott szájában, és olyan illat lengett körülötte, ami maga volt a mértéktelenség csábítása. A gyerekek bort is kaptak egy kis pohárral, de a felnőttek azonban nem tartották kötelezőnek az egy poharat. Ennek az lett a következménye, hogy amikor a két fiú már ágyban volt, odakint felbődült a Donikozák kórus legmélyebb basszusa, mondván, megkérem a lisztes Molnárt, őrője meg a búzámat. Nem kétséges, hogy nincs a világnak az a lisztes Molnárja, aki ennek a dalban előadott kérelemnek ellen tudott volna állni. Ennek a hangnak, amiben benne volt a föld és a búzamezők egész szerelmet. De a nótának aztán vége lett, a doktort elvitték valahova, és nem hallatszott már semmi, csak hol tutajos nyögött egyet, hol bütyök, mintha a malac bosszút akart volna állni korai haláláért. Később azonban úgy látszik, beletörődött a sors kegyetlenségébe, és csak a függöny lebbent meg, mintha a nyitott felső ablak lélegzett volna, kibocsátva a szoba elhasznált levegőjét, és beeresztve a kertek üde, nyárvégi illatát. És amikor másnap reggel megkoppant az ablak, Gyula úgy nyitotta ki szemét, mintha a betegség az elmúlt három hét csak rossz szálom lett volna. – Megyünk, Gergő bácsi! Matula a szokott helyén ült a konyhában, és úgy nézett a két gyerekre, mint a vénsas fiaira, amikor visszakapja őket. Ezen kívül Nancsinak kedvességeket mondott, mire az öreg asszony megjegyezte. Látod, Gergő, ilyen is tudsz te lenni. Nem akarsz teát? Én ne akarnék, ha rumot is adsz hozzá. A doktor annyi orvosságot adott Gyulának, fordult a fiúkhoz, hogy egy falut el lehetne pusztítani vele. Ám bár úgy látom, összeszedte már magát. Semmi bajom, Gergő bácsi. Mit csinál, az? Hát, azt most nem tudhatom, de nem kell már a haszontalan megkötni. Amúgy semmi újság. A sárgarigó elment már, sarlós fecskét se látni. A gólyák meg a többi fecskék is készülődnek. A rét is as? Megvan. Tegnap láttam, halat vitt, de hiszen majd meglátják. Sötét volt még, amikor elindultak, és később is világosodott, mint máskor, de a világosság ébredése ezen a napon ismerősként szállt rájuk, és a tavollármázó madársereg, mintha hazatérőket köszöntött volna. A vén szilfa puhán állt a virradatban, sejmesen suttogott a nád, ringva kellette magát az öreg csónak, s az oldalához csapódó hullámok locsogása is olyan volt, mint az ismerős símogatás. Csikasz viháncolva ugatta körül őket, s a mocsár hűvös leheletében boldogság volt. Matula csendesen mosolygott, és csak kicsit bólintott, amikor tutajos a szelemen alól kihúzta a baltát, és bütyök rendesen elrakta Nancsi küldeményét. Nem beszéltek, mert felesleges volt a szó. Gyula elment fáért, bütyök rendbe hozta a polcokat, az öreg pipára gyújtott és nyársat faragott. A nap felkelt, és ők hárman újra együtt voltak. az időben már nagyon megcsendesedett a nyár. A hajnalok tűnődő ködöt szültek, ami nem oszlott szét a nap első érintésétől. A folyó olyan lassan mozgott, hogy folyását látni sem lehetett. A szél csak ritkán lendült munkára, akkor is röviden végzett, és hamarosan elfeküdt valahol a nádas mélyén, ahol üres volt már minden fészek. És csak a nádbugák nézték az eget a rejtett vizek zöld tükrében. Meglassúdott minden. A nap sokkal későbben kelt már fel, hosszabban ácsorgott az ég alján, és meglassultak a fiúk is. Sőt, Matula is pipált még egy verset a széna ágyon, mielőtt felkelt volna. Csikasz ez alatt bejött és kiment, semmit mondóan billegetve suta farkát, közben leleült egy pillanatra, és meggyőződés nélkül ásított. Talán nem aludtad ki magad? kérdezte az öreg de ez csak olyan kérdés volt, amire nem is kellett válaszolni. És amikor felkeltek, már mindenki tudta a dolgát, ami most már nem kapkodó ismeretlenség volt, hanem elvégzendő, változatos munka, aminek azonban semmi köze nem volt az előírt és hajszolt robothoz. De el kellett végezni, mert mindenki önmagának és a kis közösségnek tartozott vele. Hogy azután ki mennyi változatosságot és örömet vitt ebbe a munkába, az az ő dolga volt. Meglassultak a fiúk, szűkszavúak lettek, és a máskor hosszú magyarázatot egy várrándítással vagy kézlegintéssel intézték el. Otthon lettek a nádban, és úgy jártak a berekben, mint a városban, ahol feliratok és jelzőlámpák igazítják az embereket. A víz színe megmondta a mélységét, az árnyék az időt, a hang a távolságot, és a madárvilág állandó lármája olyan volt, mint otthon az utcai zaj. Amelyből kihallatszott egy-egy hirtelen fékező autó csikorgása, vagy a rendőr sípja. Ezeket a kiugró hangokat itt a figyelmeztető sivítás helyettesítette. Vészes károgás, vagy ilyet feljajdulása a tömegnek, mint amikor elütött valakit a villamos. A különbség csak az volt, hogy itt nem jött a mentőautó, mert az áldozatot elvitte a héja vagy a kánya. Most már alig ha szorította volna meg bármilyen vihar fiúkat, mert érzékenyek lettek minden változásra. Érzékenyek, de nem idegesek. Mert felvették a táj és matula tempós alkalmazkodását minden változáshoz. És, amit eddig soha nem tettek, a jövőről beszélgettek, a jövő évről, és tervezgetéseikben a jelen átnyúlt már a jövőbe, ami egy kicsit búcsúzás is volt. Esténként a térről beszélgettek, amikor északi vendégmadarak zajonganak a jégens a meleg források táján, ahol soha nem fagy be a víz. Öles hó alatt alszik a berek, a folyó olyan csendesen kúszik a jég alatt, mint a tolvaj, cinkék forgolódnak a nátszálakon, és a hold jeges nézésétől megrepednek a fák. Matula bácsi olyankor is kijön? Ritkábban. Akkor nem lehet itt kint aludni? Lehetni lehetne, de tüzelni kellene egész éjjel. Persze, ha valami embercsapást látok befelé, utána járok. De nem igen kívánkozik ide senki. Gyerekkoromban még ide egy-egy farkas is, ha befagyott a dráva, és a farkas át tudott jönni a horvát hegyekből. Akkor aztán nagy hajkurászás volt a farkas után, ám bár ritkán lett meg. Ilyenkor a fiúk a tűzben néztek, és a térre gondoltak, amikor a varjúkárogás itt az úr vadliba szól a dermet levegőben, és a hó nyitott könyvként árulja el az éjszakai vadászok nyomait. Nem hordja be a szél a havat a kunyhóba? Nem, igen, mert körül támogatom nád kévével, amit aztán tavasztól eltüzelgetek. Hanem jó, hogy mondja Gyula, a nádat ide lehetne készíteni. Onnét a zsiliptől? Onnét. Meghordjuk, Matula bácsi, erre ne legyen gondja. Ezen a napon a fiúk nádat hordtak a zsiliptől, mert Matulánok más út volt dolga. Nére itt vagyok, aztán hogy meglátom, hány zsákkal telik. Tutajosék kényelmesen reggeliztek, közben azonban megbeszélték a náthordás minden lehető furfangját, mert a hány zsákkal telik azt jelentette, hogy a náthordásnak is megvan a maga furfangja. Csak is csónakom, mondta Bütyök. Csónakra rakjuk és hazelvezünk. Hip-hop, csak úgy egyszerűen, mi? <laughs> Csóvált a fejét, tutajos. Ezen még gondolkozni kell. A nátkéve három-négy méter hosszú. Két oldalt belelóg a vízbe. És ha pár kévét ráraksz, hogyan nevezel? Meg kell próbálni. És megpróbálták, és tutajosnak lett igaza. Ő hordta a kévéket, bütyök rakodott, de amikor pár éve ráhasalt a csónakra, embernek már nem maradt hely. Csak annyi, ahova bütyök csodálatos gazdász kalapját helyezhette, nehogy rakodás közben a vízbe essen. A jelesi fiú általában nem hordott kalapot, de most a kalap mellett egy kis rózsa hervadozott, és bütyök naponta többször akarta látni ezt a rózsát. A munka hevében azonban megfeledkezett a kalapról, és bücsök akkorát ordított, hogy tutajos kiejtette kezéből a nátkévét. A kalapom! Gyula, a kalapom! Ne ordíts! Majd kipiszkálom a csákjával. Csies, mert elviszi a víz! Viszi a fenét, legfeljebb elmerül. Ugye? Mondtam. A tutajos simán és egyetlen mozdulattal partra dobta a nevezetes jószágot. Nem bontál bütyök semmit, és nem is tudom, miért hordod ezt a lucerna színű holmit. Minden gazdás ilyet hord. Jó, jó, de itt nem látnak a tehenek, hogy örüljenek ennek a csalamádé utánzatnak. Ne sérteges tutajos. És katica virágja is rajta van. Nem láttam, bütyök, bocsáss meg. Gyula tiszteletben tartotta bütyök érzelmeit. De nem is lett volna ajánlatos ezeket az érzelmeket tiszteletlenül megbolygatni, mert bütyök, a Szelít bütyök ölni lett volna képes Katica érdekében. Tajos ezek után egy fűszfabokorra tette a kalapot, felvette az eldobott kévét, de le is tette azonnal. Bütyök! Gondoltam valamit. Ez így nem lesz jó, mert soha nem végzünk. Evesz fel a kunyóhoz, én meg lemegyek a szivattyúhoz a másik csónakért. A két csónakot egymás mellé kötjük, és kétszerre felvisszük az egészet. Hozla a kötelet a kunyhóból, és a partról vontatjuk. Én húzom, te meg a csákjával kormányozol. Bütyök gondolkodott egy kicsit. Igazad van, tudajos. Igazán jól kigondoltad. A kalapomat ugye nem viszi el senki. Bütyök, szavamra mondom, goromba leszek. Itt nem jár a világon senki, és a gémek nem hordanak ilyen ocsmánságot. Tévedsz, Gyulám, a kalap mindenkinek tetszett. Gyula erre szó nélkül elindult a szivattyú felé, mert jó tudta, hogy ki az a mindenki. Közben azonban arra gondolt, hogy a szerelem lehet ugyan gyönyörű érzés, de a valósághoz semmi köze. És Tutajosnak kétségtelenül igaza volt, csak azt nem tudta, hogy ez az érzés még a berekvilágában is rendhagyó. Édes gyötrelem, amelyből fészek lesz és fiókák. Az élet legcsodálatosabb valósága. A csónakokat azonban szakszerűen összekötötték, alaposan megrakták, és Bütyök megenyhülte jelentette ki, hogy nagy vagy tutajos? Ad ide a kalapom. Gyula tehát nyelt egyet, odaadta a kalapot, felkantározta a csónakokat. Bütyök kezébe vette a csákját, és ellökte a szállítmányt a parttól, még Gyula ugyanakkor teljes erővel meghúzta a kötelet. Később kiderült, hogy ez helytelen mozdulat volt, mert Bütyök a nádrakás tetején nem találta még meg egyensúlyát. Nem is várta a megrántást, tehát csákjával a kezében de hangtalanul a vízbe hanyatlott. Tutajos csak a nagy csobbanásra fordult meg, de aztán elkapta a csákját és kihúzta barátját. Bütyök kivételesen nagyon mérges volt. Miután kiköpte a feleslegesen lenyelt vizet, és óvatosan leemelte az erősen fejére szorított kalapot, azt mondta. Gyula, ez marhaság volt. Ne haragudj, de marhaság. De Béla, láthattad, hogy húzom a kötelet. Szólnod kellett volna. Ne haragudj, bütyök, azt hittem. Nem haragszom, de most várnod kell, míg átöltözöm. Meg ne fáz, Béla. Sietek. És bütyök sietett is, és nem láthatta, hogy tutajos éppen csak, hogy hajat nem veti magát a hangtalan nevetéstől. Bütyök sietett, de amikor a kunyhóhoz érkezett, először a kalapot helyezte biztonságba. Vigyázz rá, csikasz! Csikasz ez időben éppen erősen unatkozott, tehát felszaglálódott a tűz mellé akasztott kalap felé. Felszaglálódott, és már az első szippantásra megállapította, hogy a kalapnak kalapszaga van. Csikasz tehát elfordult a kalaptól, vakaródzott, sőt ásított is. Aztán már figyelemre sem éltatta, amikor bütyök szájához emelte az ázott kis rózsát. Megeszi? gondolta Csikasz, és csodálkozott. Bütyök azonban nem ette meg a kis virágot, hanem megcsókolta. Aztán papírba csomagolta, és a szelemen aládúgta. Aha, pislogott Csikasz. Eldugja. Á, bár nekem úgy se kellene. Itt maradsz, Csikasz? Jó, jó, billegette farkát a kiskutya. Most már mindenki parancsol. Csak az a baj, hogy mindenki egyformán parancsol. Hát itt maradok. Thank you. Mire Matula megérkezett a nádkupac, ott állt a kunyhó mögött. Égett a tűz, a törmelék elseperve, és a legnagyobb rendben volt minden. Dél volt éppen, mert amikor Matula megállt és körülnézett, valahonnét nagyon messziről, nagyon halkan, oda hallatszott a déli harangszó. Matula a nádkupacra nézett, a fiúkra, aztán bütyök száradó ruháira is elmosolyodott. Nincs a berekben senki, aki jobban megcsinálta volna. De minek ehhez megfürödni? Gyula megrántotta a kötelet. Igaz, én is vigyázhattam volna, mondta Bütyök. Szóval vontatták. Gondoltam, valami csak kitalálnak. Hát a legjobbat találták ki. A leges legjobbat. Ez az igazság. Megtörölte a homlokát. Akár lehetünk is. Ma nem is gondolt senki friss ebédre, hiszen Nancsi küldeményét meg kellett enni. Gyula szó nélkül hozta a táblát, bütyök a hátizsákot, és amikor megterítettek, Matula megszólalt. Úgy látszik, úr lettem vénségemre. Terülj asztalkám, mondom, aztán én csak hozzáülök, akár egy püspök. Károly elmennek. Igen, jól megvagyunk, mint hárman. A két fiú megállt az evésben, de nem szóltak. A késői nyár meleg ragyogása mögött felállt az ősz, a város, az iskola, a nyüsgés és hangosság. Nem szóltak, nézték a kezükben a kenyeret, húst, zöld paprikát kést, de a nyárra gondoltak, matulára, a kunyhóra és csikaszra. A vízre gondoltak a csónakra, szálló madarakra, a berek egész megismert világára, amely most már elmenőben volt. De hát, annál jobb lesz visszajönni. Annál jobb enyhítette a gondolatokat Matula, látva az elcsendesedett két gyereket. Otthon meg magukra sem ismernek. Béla amúgy is foghatós legényke volt, bütyök elpirult, de maga Gyula, és Matula legyintett, mint egy gyenge fűzvessző. De most már van válla, van dereka, szép nagy marka. Gyula kezére nézett. Igen, pedig beteg is voltam. Most már nem kapkod, nem hadonászik, nem kerít nagy feneket minden haszontalanságnak, szóval legény lett a talpán. Bélának meg virág van a kalapja mellett. Bütyök úgy érezte, hogy egyrészt elsüllyed, másrészt a füle lángolni kezd. Szólni azonban nem tudott, és a meglepetéstől akkora falatot nyelt, hogy fulladás környékezte. – Ah, mi nem is baj, mert rendes kislány az a Kati. Hát, még ha kivirágzik. Aztán a rokonom is. A fiúk hallgattak, ettek, és úgy érezték, hogy ez a nyár ugyan elmenőben van, de jön már a másik, benne a Berek, Matula és Kati. Az anyja Matula lány, nem azért mondom. Szóval most susszantunk egy keveset, aztán én itt hagyom magukat, mert dolgom van, de jó lenne estére egy kis halat enni. Meg lesz Gergő bácsi, ha lehet, mondta Gyula, mert bütyök egyelőre még képtelen volt a szóra. Legszívesebben megölelte volna legfrissebb rokonát, de tisztán érezte, hogy ebben a réti világban nem ölelkeznek az emberek. Legfejebb gondolatban, ám ebben is lehet annyi szeretet, és talán maradandóbb is, mint amelyekhez furcsa mozdulatok vannak kötve. Amikor felébredtek, Matula ágya már üres volt. Felébredtek, de nem szóltak. Tutajos megnövekedett tenyerét nézegette, majd titokban megtapogatta izmait. Bütyök pedig úgy nézett a levegőbe, mintha látna valakit. És talán látott is, mert régi rossz szokása szerint megnyalta a szája szélét. – Kivisszük a puskát is! – mondta ki Gyula hangosan gondolatát. – Mi? – A puskát! – A puskát! – Tutajos ingerült lett. Kérlek, bütyök, ne légy egészen hülye. Igenis, a puskát, a fegyvert, a két csövűt, amit billeget az ember, mire a puska azt mondja, pu, pu, és sörétet lövel magából. Most már érted? Értem, de ha gorombáskodsz, akkor haza is mehetek. Bütyök! kiáltott Gyula. Bütyök, ha ezt még egyszer mondod, fenékel lőlek. Aztán nem bánom, ha haza is mégy. Beszélek hozzád, rám sem bagózol, és utána megsértődsz. Másra gondoltam. Jó, gondolj másra, de most fogjuk meg a horognyeleket, mert felfaltunk mindent, és vacsorázni is akarunk. Kisülne a szemem, ha az öreget üres kézzel várnánk. Gergő bácsit? Nem, a tihanyi apátot. Gyerünk! Azonnal! Egy pillanatot várj, tudajos. Úgy látom, a kalapon megszáradt. A tűz is melegítette, a nap is és kellő símogatás után feltette a kalapot. Te Gyula, ez mintha most kicsi lenne. Gyula már menőben volt, de most visszafordult. <gül> bütyök, <gül> mint tökön a gyűszű. Ne röhögj, tutajos, kicsit összement. Kicsit? <laughs> Fetrenged Gyula. Kicsit, jóságos Isten, de... <laughs> Tette hozzá, látva Bütyök elkeseredését. A kalapos majd kitágítja, olyan lesz, mint az új. És addig... Addig nem kopik, nem esik a vízbe, nem koszolod össze. Ha pedig mennyasszonyod a kalapodba szerelmes, akkor jobb is, ha megtudod. Gyere, Béla, a legjobb időt mulasztjuk el. Mit akarsz, csikasz? A kiskutya felágaskodott, és első lábaival Gyulatérdének támaszkodott. És én megint itt maradok? Gyere, csikasz, nincs itt mit őrizni. Legfeljebb bütyök kalapját, de most már az se érdemes. Nem is kell. Mondta Bütyök. Kitágítom magam. Megáztatom a vízben, és a fejemen kitágul. Így azután, amikor Matula megérkezett, kisé meghökkenve látta, hogy Bütyök kalapja a füléig le van húzva, és karimájáról csöpög a víz. Csak nem a feje fáj. Összeugrott a kalapom, magyarázta Bütyök. Most tágítom. Matula mosolygott. Köcsögre kellene húzni. De így is jó. Nem szorít? Nagyon szorít vallotta Bebityök. Mintha vasabroncsban lenne a fejem. Akkor tágul. Fogtak valamit? Keszegeket, de kell még pár darab. Hát én megrakom a tüzet. Még egy fél órát maradhatnak. Matula elballagott a kunyhó felé természetesen csikasz kíséretében, mert a kiskutya minden alkalommal úgy viselkedett, mint aki elfogadja ugyan a fiúk rendelkezéseit, de igazi főhatalomnak csak Matulát tartja. Egyedül maradt a két fiú. És a hűvösödő alkonyatban, mintha valami idegenség szaladt volna végig a vizeken, mintha már nem egészen tartoznának ide. Kár, hogy elmennek, mondta az öreg Gergő. És Gyula szinte látta a vasúti pénztár kis ablaka mögött a fekete maszatos párnát, a bélyegzőt, amelyben benne van a dátum és a jegyet, amelyre ezt a dátumot ráütik. Nem. Azt nem lehet mondani, hogy tutajos vágyott erre a pillanatra, de nem szomorította különösebben, és inkább kíváncsiságot érzett, mintha most más szemmel nézni az egész világot. A betegség minden nyoma lefoszlott róla, és a fiatal szervezet tüneményes gyorsasággal szedte magára a félnomád élet erejét. Fantáziája még most is elszaladt néha, de Gyula most már nem élt elképzelt gondolataiban, inkább játszott velük, mint az álmokkal, amelyek beteljesülhetnek, de megszületésük pillanatában még nem valóságok. Szerette ezeket a gondolatokat, de uralkodni már nem engedte őket. A régi tutajos kor lezárult. Elúszott az idő bizonytalan vizén, mert előtte folyt a valóság, amelynek története izgalmasabb és szebb minden mesénél. Ezeket az érzéseket a fiú nem latolgatta, és nem is lettek tudatos gondolatok, de minden mozdulatában benne voltak, és szeméből a dolgok valósága világított. Nem pislogott, ha beszélt, nem húzogatta kabátját, nem nézett félre, nem kapkodta fejét, és ha azt mondta igen, az igen volt, és ha azt mondta nem, az nem. Egyszerű lett, és a férfias vonalak alapja elrendeződött már állak körül és szája keménységében. Ladó Gyula Lajos most már talán hasonlított valamelyest az ősi gyulák ivadékaihoz, akiket a természet faragott férfivá, és az ő ivadékai talán majd hasonlítanak ő hozzá, még ha gépek között formálódnak is emberré, hiszen a gép sem más, mint a természeti erők egybefogott szerkezete. Mindezen gondolatok azonban nagyon mélyek voltak, vastagon burkolva az időködébe, és elegendő volt egy varjú károgás, hogy Gyula ne gondoljon a vonatra, amely ki tudja, hol kanyarog, amíg ide nem talál erre a kis állomásra. A varjak alvó fájukra utaztak családonként, és jól lehetett látni elől az öregeket, hátul a fiatalokat. Korvusz Kornix, motyogta Gyula, szürke varjak. Lovassít minden esetre elkérem István bácsitól, aztán elmegyek a múzeumba is. Nem megyünk még, bütyök? Bütyök csak a kezével intett, hogy valami van a horgon, és izgalmában még a táguló kalapot is letette, azután bevágott, és kevés fárasztás után szágba vezette a halat. Süllő! Kukacra jött, van vagy másfél kilós. Gyula leszerelte a horgot, örült a másfél kilós süllőnek, de amikor közelebbről megnézte, csak annyit mondott, hogy alig ha van annyi. Majd meglátod. Mit látok meg? Itt nincs mérleg, de Gergő bácsi megmondja neked dekára. Matula örül is a süllőnek. Szép kis süllő, mondta, amikor a fiúk kiöntötték a haltartó hálót a fűre. Megüti a fél kilót, az bizonyos. Bütyök kisé megbántva tette száradni kalapját, és a később mondta, hogy ő többnek nézte. Az lehet, de attól nem lesz nagyobb, ami nem is baj, mert ennek van a legfinomabb húsa. Ezen aztán bütyök is megbékült. A vacsora valódi, Első osztályú Matula félesült hal volt, amely a nyugalom és álomvárás kellemes érzéseit hintette a kis társaságra, beleértve természetesen Csikaszt is, aki még a táblát is le akart nyalni. Csikasz, szólalt meg az öreg, és a kiskutya azonnal félre vonult, mert Matula hangjában nem csak megrovás volt, de fenyegetés is. Úr nem bírsz magaddal? Aztán csak ültek a tűz körül, hagyták az estét magukra szállni és gondolataikat a lángukban ellobbanni. Eljár az idő, mondta a később, mit akarnak holnap csinálni? Megmutatnám Bélának tüskevárt. Kár, hogy nincs ásó, meg csákány, kiásnánk a régi falat, hát ha találnánk valamit. Alig hiszem, fújta a füstöt az öreg. De szerszámok vannak a szivattyú házban, a kulcs itt van. Gyula úgy érezte, mintha jobban fellobbant volna a tűz. Megmutatja, hol kellene ásni, Gergő bácsi. Meg be aztán nekem dolgom van. Jó lenne egy zacskó aranyat találni, ábrándozott bütyök. Hát valami régi pénz talán előkerül, de zacskó és arany alig, mondta Matula, és a gondolatok most már szétszaladtak a lehetőségek csillogó terhével. Elszaladtak, és visszajöttek a föld alól, a kövek közül, a múltból, a homályból, és meglapultak az árnyékban, hogy az álom hívására előjöhessenek. És lehet, hogy elő is jöttek, de a fiúk reggel már nem emlékeztek semmire. Mehetünk csónakon is, tűnődött Matura. Először felszedjük a szerszámot, aztán felcsónakázunk. Gyalog sem érünk hamarabb. Ebédre valót pakoljanak, kabátot vigyenek, Iparkodjunk, mert hasunkra süt a nap. Ez persze túlzás volt, de Gyula már megszokta, hogy ha a nap fél karimája kibukkan a somogyi dombok felett, az matulának már reggel, és a hajnal még kisé bizonytalanul, de az éjszakához tartozik. Bütyök evezett, amire az öreg azt mondta, hogy erő az van, de az erőt nem a csónak kapja, hanem a víz. De majd belejön Bütyök is. Gyula már majd nem tud. Igazán, majdnem. Adja ide a lapátot, bütyök. És bocsánat kérően nézett a fiúra. Ne haragudjon, de Gyula mindig így mondja, és rájárt a szám. Tudja, Béla, gyerekkoromban nekem is volt csúf nevem. Úgy hívtak, hogy Pipi Gaba, meg pösze voltam, és a kicsi kapát Pipi Gabának mondtam. Hát így is szólíthat, ha akar. Bütyök nem szólt, de megnyalta a szája szélét, és alig vették észre, hogy utaznak, mert matula evezett, és a csónak úgy ment a víze, mint a szitakötő a levegőben, csak sokkal egyenesebben. nap már elszakadt a földtől, de még mindig vörösen andalgott a keleti égen, és fényétől piros derengés ült a tüskevári öreg fákra. A csónakot kikötötték, és matula ment elől, amíg az erdő dombjára nem értek. – Nézd ezt a tölgy bütyök! Az erdő csendes volt, mint egy nagy üres templom. A lépések susogva csosszantak az avaron, és egy-egy nyíláson vörös aranyat sugárzott be a nap. Lassan ballaktak szótlanul, mert az ébredés tiszta áhítata lengett a levegőben, és a harkály kopácsolása úgy hallatszott, mintha a kóruson facipőben takarítana a harangozó. Itt gondoltam, állt meg Matula, ahol múltkor ebédeltek. Itt volt a fal. Adja ide a csákány, Gyula. Matula belevágott a földbe, és felszakította a sűrű gyepet, aztán hosszában ásni kezdett. Később koccant az ásó. Kő! Megvan! Az borintott az öreg. Mondtam, hogy itt volt valami falféle. A kifordított földnek valami furcsa ódonkorhadás szaga volt, és egy óra múlva szürke törmelék jött elő. A matula nem ásott mélyen, csak előre. Mögötte a fiúk lapátoltak, és most már látni lehetett a kőfal vonalát a fekete humuszban. Matula letette a csákányt. Most már látják, ugye? Hát csak turkáljanak. Én úgy két óra körül vetődöm haza. Ebédre ne legyen gondjuk. Aztán, ha aranyat találnak, itt a hátizsák. Nem lehetetlen az Gergőbácsi. bácsi. Vasuk se volt azoknak szegényeknek, nemhogy aranyuk. Hiszen azért verekedtek, mert valamelyik mindig elhurcolt innen mindent. Hunatatár, hunatörök, hunanémet. Nehézség a csontjukba. Ám bár annak is mink voltunk az oka. Hát ássanak itt a fal mellett, ütött a csákányjal a földre, és a föld megdobbant, mintha az öregnek adott volna igazat. Egyedül maradt a két fiú, és meglassultak már, mert a lázas sietség hamarosan lelohasztotta a kincskereső lobogást. Egyre hosszabban dőltek az ásónyérre, és jól esett az erdőből kilengő hűvös szellő. De fogyott a fal mellett a föld, és most már látni lehetett a nagyobb köveket, s köztük a téglákat is. Akkor is volt már tégla? kérdezte Bütyök, és tutajos neheztelve nézett barátjára. Már három ezer évvel előbb is, Bütyök. Nem emlékszel, mit mesélt Lajos bácsi, hogy voltak népek, akik cserépre égették írásaikat, amikor a magyarok még Ázsiában kalandoztak. Mm, talán hiányoztam, tűnődött a hosszú karú ifjú, mert igazán nem emlékszem. Aludtál, bütyök? Én láttam Somlóvárát, láttam Mátyás királyvárát Visegrádon, fele tégla. Némelyik még olyan, mintha új lenne. Tedd le a csákányt. Jó szélesen ellapátoljuk a fal mellől a földet. Most már lassan, meggondoltan dolgoztak a fiúk. A földet messze dobták, hogy útban ne legyen, és észre sem vették, hogy egyre mélyebben álltak, és a fal egyik oldala szépen kiemelkedett. Mellette egy méter széles és négy-öt méter sima út, mert attól jobbra meredeken húzódott le a domba mocsár felé, mintha levágták volna. Talán ehetnénk is, állt fel a görnyedésből tutajos, mire bütyök letette az ásót. Én is megéheztem, pedig könnyű itt ásni, mondta. Látszik, hogy azt a földet úgy hordták ide. Ekkor már elmúlt az erdő reggeli csendje. Egy-két csóka kiáltott néha, a messzen nádas felett ővek víjogtak, és a könnyű széltől susogva megszólaltak néha a vénfák. Olyan délelőtt volt ez, amire az öregségben is emlékszik majd Pondorai Béla és Ladó Gyula Lajos de sose tudják sem elmondani, sem leírni, hogy miért is volt olyan különösen szép ez a délelőtt. Nem ragyogott jobban a nap, mint máskor, és az erdő száz évvel ezelőtt is ilyen volt, mint ma. A szél hol feltámadt, hol elállt, a vattás kis felhőhajók jöttek, mentek, mint egy-egy harkály, mintha szögeket vert volna augusztus koporsójába. És a kihányt föld, mintha megbontott, öreg sírból lélegzett volna. Szép volt ez a délelőtt, bár nem volt vidám. Olyan volt, mintha már emléknek született volna. A múló gondolatok puha földjébe, amelyből időnként majd előjön és újra kivirágzik. Ettek a fiúk csendesen, de nem is tudták, hogy esznek. Aztán elcsomagoltak szótlanul, és csak ültek, mintha valamit vártak volna. Néha benéztek az erdő árnyékos oszlopai közé, mintha valakinek érkeznie kellene valami rongyos vitéznek, láncos rabnak, az egész véres múltnak, amely roskadozik a bánattól, és alig szemernyi örömet hordoz lapos tarisnyájában. A kibontott kövek lélegzettek, a kószáló szellő végig nyalta őket, lepergette a földet, s a kövek emlékeztek. Gyere, tutajos, ha már elkezdtük, majd én vágom te meg lapátolt. Bütyök vágta, és tutajos lapátolt. Később megint keményen koppant a csákány. Hallod? Itt megint fal van. Majd meglátjuk, ha letisztítottuk. Tégla, mondta később bütyök. Tégla, de élére állítva. Hát egy darab tégla, odaesett. Nem, Gyula, ez habarcsban van. Szótlanul, de egy kis izgalommal dolgoztak. A téglasorról könnyen le lehetett a földet lapátolni, és ekkor előtűnt domborulata, amely minden lépésre mélyen dobbant. Hallod? Át meg Ez valami bolthajtás. Talán pince van alatta. Lehet, de ne urálj rajta. Majd szépen letisztítjuk elébb. Tutajoskám, ezen nyugodtan ugrálhatsz. Az öregek tudtak építkezni. Olyan, mint a vas. Ide néz! Bütyök két lábbal ugrott fel a levegőbe, hogy a bolthajtás erősségét bebizonyítsa. És amikor leért, megindult alatta a tégla. Tutaj! ordított. Aztán csákányostul, mindenestül eltűnt a lezuhanó téglák között. Oda lent még hallatszott valami robogás, a kövek gurulása, aztán csend. Gyula fehéren merett a sötét üregre, és úgy érezte, a szíve kiugrik a torkán, az egész táj meglódul előtte. Szája reszketett, és kiáltani szeretett volna, de egy hang nem jött ki. Gyula! Gyula! Jaj, bütyök, nem mozog! Suttogta hajos. Mi? Nem mozogj, azt mondom, mert rátszakad a többi. Nincs semmi bajod? Nincs nagyobb, de, de hogy megyek ki innét? A fejem is. Mi van a fejeddel? Vérzik? Ugye mondtam, hogy ne, ugrálj. Meg az egyik ujjam talán kitörött, vagy mi. Tutajos riadta hallgatott, mire bütyök hasonló ilyetten kiáltott fel. Elmentél? Béla, megbolondítasz, hogy mentem volna el? Mozdulni sem merek, még rád szakadok. Nem szakadhatsz rám, mert a bolthajtás többi része úgy látom erős, meg gyökerek is tartják, föld is. Gyula ezek után reszketve bár, de odakúszott a pince leszakadt nyílásához. Hol vagy? Rebegte, mert még hangosan beszélni sem mert. Itt a sarokban! Nem látlak, bütyök. Elmegyek kötélért, csak nem mozogj! Nem mozogj! Nem tudsz kiúzni, én meg nem nagyon tudok kapaszkodni. Megkeresem Gergő bácsit. Jó lesz, de addig mit csinálok én itt? Nézz körül, Béla, de vigyáz, rád ne valami. Kélek nagyon vigyáz. Rohanok, Béla, hidd el! Rohanok! Tutajos elkúszott a beszakadt lyuktól, és csak amikor felállt, érezte, hogy az ijegység mennyire elgyengítette. Rohanok, bütyök! Kiáltotta vissza, és reszkető lába a harmadik ugrásnál már engedelmeskedett a parancsnak. Rohant a fiú, és a vénfák tűnődve néztek utána. Aztán susogtak, mert láttak ők már ezen a dombon vadfutásokat, meneküléseket, üldözéseket, és susogásuk a halálhörgést is éppen olyan mozdulatlanul nyelt el, mint gyula csörtetését a régi avarban. Gyula lelkeszakadtából futott, de nem érzett fáradtságot. A nádon torony irán törte át magát, nem kereste a járt csapást, és talán nem is találta volna meg. Minden gondolata bütyök volt, aki ott ül most abban a sötét pincében, s őt várja. De hát, ha megindul a fal! Erre a gondolatra Gyula olyan vágtába csapott, amit sokáig nem lehetett tartani. Nem, most már nem szakad le semmi és arra gondolt, hogy a kapkodásnak most nem lehet semmi értelme. Kibírja vajon az a kötél Bélát, és egyedül fel tudja húzni, és ha nem tudja, mihez köti? Matula. Itt csak Matula segíthet senki más. De hol lehet az öreg? A puskát is otthagyta a beomlott fal mellett. Most talán lődözni kellene, és az öreg meghallaná, mert azt nem mondta, hogy bemegy a faluba. Nem, azt nem mondta. Tehát Először a kunyhóból elhozza a kötelet, és leteszi a parton, ahol a gyalogút jön a faluból. Elhozza a fejszét is, mert arra szükség lehet. Elszalad ezen az úton, mert az öreg másfelé nem mehetett, akármerre ment. És ha így sem találja meg, visszaszalad a puskáért, és addig lődöz, amíg Matula elő nem jön. Ha így sem jönne, be kell menni István bácsitól segítséget kérni. Ja, bütyök, édes bütyök, kellett neked ugrálni. A reketje bokrokon úgy tört át, mint egy űzött vad. A verejték a hátán csúrgott le, és nem törődött vele, hogy az ágak majdnem a szemét verték ki. Amikor kiért a bokrok közül, csikasz szaladt elébe. Vidáman csaholva, de el is hallgatott azonnal, mert a fiú nyomában a félelem s a rettegés repült, és a kiskutya ezt megérezte. Szaladni kezdett a fiú előtt, aki alig állt már a lábán, a füle zúgott, a szíve tovább verte a riadót, pedig ebben a pillanatban eltörtek az aggódás szárnyai, mert a széna ágyon Matula ült és szalonnázott. – Gergő bácsi! – Matula kezében megállt a bicska. – Hol van Béla? – Matula bácsi! – A gödörben! – Rászakadt valami? – Nem, nem, de bent van! – és tutajos nem bánta, hogy a könnyek végigperegtek az arcán. Egész ijegysége, idegeinek feszültsége most szakadt fel. Menjünk, Gergő bácsi! Matula szalonna bőrt tartott kezében, és a bőrön volt még egy kis darab. Beszélt vele, amikor beszakadt? Persze. Azt mondta, a feje vérzik, és egy úját kitörte, de kijönni nem tud. Matula levágta a maradék szalonnát, és zöld paprikát is vágott hozzá. És most ott van abban a sötétségben? Az csak kívülről látszik sötétnek, mondta Matula. Ott a kötél, ott a fejsze a szelemem mellett, csapja hóna alá, nem lesz semmi baj. Tutajos, csak most ért magához. Nem lesz semmi baj. Most már csak széteső fáradtságot érzett. Nem lesz semmi baj, Matula mondta. És Gyula összeborzolódott idegei, mintha a bizalom és nyugalom olaja csordogált volna végig. Dél felé járhatott az idő. Odakünt millió bogár a nap dicséretét, a tűzhely mellett csikasz feküdt nyelvét lógatva, mert meleg volt nagyon. Távolról odahallatszott a madarak egyhangú lármája, és tutajos úgy érezte, nem is lehet semmi baj. Nem lehet, mert matula mondta. És csodálatos erőt érzett a szavakban, amit olyan ember mond, aki sosem mond más, mint ami a valóság reszkető inakkal kelt fel, karikába rakta a kötelet, hóna alá vágta a fejszét, Matula pedig becsattintotta a bicskáját. Ballagjon csak előre, és vigye csikaszt is, majd utolérem. Hadd mozogjon egy kicsit a kutya is. Tutajos magához intette csikaszt, és elindult a part felé. Matula pedig megrakta a tarisznyát mindennel, amire szükség lehetett. Az ujja alig, ha törhetett ki, gondolt bütyökre. Legfeljebb kificamodott, azt meg helyre rántjuk. Fene se gondolatta, hogy ott valami pince van. De tutajos gondolatai is bütyöknél jártak, ám bár most már lényegesen kevesebb aggodalommal. – Mi csinálhat szegény? – kérdezte magától, de erre nem válaszolhatott senki, még csikas se. aki egyébként se tudhatta, hogy ő most egy mentő expedíció tagja. – hogy várhat bennünket? Sóhajtott utajos, bár ez a feltevés csak feltevés volt. Amikor Gyula elcsörtetett a nyílástól, bütyök egy darabig erősen egyedül érezte magát, és arra gondolt, hogy mi lesz, ha Matula csak este kerül elő. De nem sokáig foglalkozott ezzel a gondolattal, mert szeme megszokta a sötétséget, és alaposan körülnézve megállapította, hogy nagyobb baj már nem igen lehet. Balkeze ugyan erősen megdagadt, és az egyik ujja kissé félreállt, de ez sem fájt különösebben. Hanem amikor fejéhez nyúlt, azt mondta, Jaj! Bükök fején tyúk tojáshoz hasonló daganat nőtt, és ez a tojás még vérzett is. Kellett nekem ugrálni. Nem, erre a kérdésre nem válaszolt senki és bütyök ezek után turkálni kezdett a földben, amely nem felülről hullott le, hanem az egyik farrész nyílásán dölt be valamikor. – Mi ez a kemény? – nyúlt hátra a jeles ifjú, mert mintha éles kövön ült volna. Ha, persze, a csákány. Bütyök kihúzta maga alól a csákányt, de érezte, hogy ezzel sem lehet nagyon handabandázni, mert még rádől valami, akármilyen jól építkeztek is az öregek. A földet azonban lehetett piszkálni egy kézzel is, és a kezdeti ijegységet lassan legyűrte a kincskeresés vágya. A csákány holit koppant, holott, s a kapirgálás kezdett izgalmas lenni. Ám bár a koppanások helyén csak kődarabkák voltak. Kiskő és nagykő. Egyszer pedig valami cserépedény füle. Még ha egész lett volna, sóhajtott a fiú, és benne aranyak. Közben felfelnézett a magas égre és hallgatódzott, de a beverődő napsugáron csak az erdős szitált le a mélybe, ahol olyan szag volt, mint egy kriptában, gondolta a fiú. Bütyök még nem volt kriptában, és nem is kívánkozott az emberi maradványok egy titkos helyére, de úgy érezte, csak ott lehet ilyen szag, és ebben teljesen igaza volt. pincében föld és a sötétség. A gyökerek és a magány kémiája dolgozott pár száz éve, és most, hogy bezúdult a fény és a meleg, a bomlás illatai egyszerre szárnyra keltek. Bütyök ezt úgy fejezte ki, büdös van a fene egyemeg, de találni egyelőre nem talált semmit. Csak már ez a tutajos jönne. És turkált tovább, bár keze fájt, és fején az a törött tojás is érzékenykedett. Talán doktorhoz is kell mennem. Á, kellett nekem úrálni. Bütyök elkeseredetten ült le, aztán elővette tárcáját és megolvasta pénzét. A tárcában volt egy villamos bérlet is, és egy mosó cédula. A mama halálra ijedne, ha tudná, és szegény most maga viszi haza a ruhákat. Bütyök lelkiismeret furdalást érzett, bár Pest, a mama, s a villamosok nagyon távoliak voltak. Egy mátyás madár zajongott az erdőben, de kiáltásai is olyan messziről jöttek, mert bütyök rabnak érezte magát, mint ahogy az is volt. Ekkor megakadt a szeme a falon. Valami rozsdás kör alakú holmi lógott a köveken, de úgy lógott, mintha oda lenne ragadva. Egy nagy vaskarika volt. Bütyök érzései a rabságról tehát helyesek voltak, ez az üreg börtön volt valamikor. Az idő, ez a láthatatlan puha semmi, azonban megette már a vas egy részét, mert amikor a fiú hozzányúlt, a karika könnyen kijött a falba erősített vasszárral együtt. Ez már valami, gondolta bütyök. Tutajos majd örül. És morzsolgatta a karikát, mert olyan vastagon volt rajta a rosda, hogy morzsolni lehetett. A fal azonban nem mondott már többet, ezért ismét a csákánnyal húzogatta a földet az egyik sarokból a másikba, most már rendszeresen átnézve minden kanál törmeléket. Így azután előkerült még egy gomb, egy törött csat, egy hegyes lapos vasdarab, ami lehetett kés vagy kardarab is, és valami nehéz szagú szövedék, ami úgy mállott, mint a föld, de valami ruhadarab lehetett valamikor. Talán pokróc, gondolta bütyök. A rab takarója! Ám bár maga a rab nem volt sehol, és bütyök nem is bánta, hogy nem találkozik több száz éves embermaradványokkal. Valószínűleg kiszabadult, örvendezett a fiú, és nem gondolt arra, hogy itt csak török rab lehetett, mert sorstársnak érezte magát, és úgy vélte, rabnak lenni töröknek és magyarnak egyformán rabság, és egyformán fájdalmas. Bütyök csak az embert érezte a néhai törökben, akire nem sütött be a nap, de oda volt láncolva a falhoz, és semmi kilátása nem volt, hogy jön tutajos, és jön matula. Pedig már dél lehet, nézett ki a lyukon, ahol meredeken nyilazott be a nap, és melegétől szinte gőzölgött a sötétség évszázados nyírkossága. Bütyök keze most már nagyon fájt, de azért húzogatta a csákányjal a földet, és éppen ércesen ütődött újra valami, amikor mintha zörgött volna a külső világ. – Bücsök! hangzott az égi szózat. – Itt vagyunk Matula bácsival. Hogy vagy? – Fáj a kezem, és találtam egy pickegombot, gombot, egy kart darabot, és egy vaskarikát, amihez a rabok voltak kötve, meg valami köcsögnek a fülét is. Hol van Gergő bácsi? Létrát csinál neked, Kivág egy kis fát, és meghagyja az ágait. Egyszerűen felsétálsz. Addig még keresott a föld között. Hátha! Talált is még bütyög egy buzogány fejet. Pár kisebb-nagyobb vasdarabot, de... Ez be kell vallanunk. Régészkedő vágya elszállt valahova. És matula hangjában tellett minden öröme. Köse a madzagra a csákányt meg, amit talált. Először azt húzzuk fel. Amikor ez megvolt, leeresztették a jobbról barról ágas fát, amelyen bütyöknek fel kellett sétálnia. A kötelet kösse a hóna ha megcsúszna, hogy le ne essen. Pondorai Béla élete alkonyáig emlékezni fog erre a sétára. Csak jobb kezével kapaszkodhatott, és egyszerre csak egyik lábán állhatott, mert a létrának csak hol ezen, hol azon az oldalán volt foga. Ne siessen, biztatta Matula és ha elfáradt, pihenjen nyugodtan. Bütyök tehát félkézzel is egy lábon pihent, nyugodtan, de Matula tartotta a kötelet. Aztán felbukkant egy véres fej, tojásnyi daganattal, de akkor már húzták is kifelé. A fene ezt a likat, mondta Matula. Oda is veszhetett volna. Erről alig, ha nem hallgatni fogunk. Bütyök pedig csak feküdt féloldalt, és mosolygott. Tutajos, lemehetsz, ha akarsz. Nem akar, mondta az öreg. Az idén már nem akar, de jövőre is meggondoljuk. mutassa Béla a kezét. Áh, kificamodott a gyűrűs ujja. Hát, majd meglátjuk. Először is vizes ruhába csavarjuk. Amikor ez megvolt, vizes poharat vett elő az öreg, és majdnem teleöntötte szilvóriummal. Csukja be a szemét, és hajtsa le, de gyorsan, Bütyök szót fogadott, és úgy érezte, hogy a lélegzete elakadt valahol. Oh, hú, mondta később. Végem van! Ez azonban tévedés volt. Bütyöknek a pálinkától nem lett vége, sőt, később oda nyilatkozott, hogy azért végeredményben, ugye, mégiscsak le kellene menni. Bütyök ekkor már teljesen elfeledte fejét, kezét, mindent, ami kellemetlen volt, és amikor Matula azt mondta, na, hadd látom azt a gyűrűs újat. Gondtalanul adta az öreg kezébe, és oda se nézett. Tutajosra nézett. Kérlek szépen, tutajuskám, a karika a falban volt, és amikor kérlek szépen meghúzta, já! Ordított, de akkorát, hogy a vízhang még játszott egy darabig a férfias hangokkal, és még a harká is abba hagyta ács munkáját. Erre húztam, magyarázta Matula. Most már csak borogatni kell. A rossz útra tért új ekkor már egyenesen állt, de bütyök elég görbén nézett a világra, sőt, egyes fákat is görbének látott, melyek jövet, mintha egyenesek lettek volna. Összepakoltunk, indítványozta az öreg. Majd én viszem a szerszámokat. Dula, karoljon Bélába, ilyenkor nehezebben megy az ember. Gergő bácsi, a Katicának nem szólunk, ugye? Aggódott a sebesült. Megijedne? Nem, hát. Gyenge szíve van, igen gyenge szíve. Persze. Hova húzol, Béla? Én nem húzlak sehova, Tutajos. Ilyet ne is mondj, mert megharagszom. És ne kapaszkodj belém, mert elmegyek én a magam lábán is. Tutajos eleresztette Pálinkával narkotizált barátját, mire Bicsök olyan mozdulatot tett, mintha a Kállai kettős tánc lépéseit gyakorolta volna. Nelök egy Tutajos. Ez nem vicc. Úgy látszik, a fejem megütötte valami tégla, de nem fáj. Szegény mama most egyedül viszi a ruhát. Disznóság, tutajos, akármilyen jó barátom is vagy. Disznóság. Katicának nem szólunk, ugye, Matula bácsi? Megszakadna a szíve. Szabad? És bütyök egy oldal lépéssel belekarolt Matulába. Gergő bácsi, úgyis dokorom, igaz? Hát, ez vagyok. Mindjárt az alához érünk, mosolygott Matula. Van abban víz elég. Bütyök szemre nézett az öregre. Abból a másikból nincs már. Egy csepp Kár, határozottan kár. De azért a fényképet megmutatom Gergő bácsinak. Ez a tutajos mindent elfelejt. A nagybátyám fényképe, aki ma haradja. Aztán majd Katicával is lefényképeztetjük magunkat. Esküvő után, mondta Matula nagyon komolyan, és tutajos hátra maradt, mert úgy érezte szétveti a lenyelt nevetés. Ő már ismerte a párinka hatását, és megborzongott még a szagától is, de bütyöknek úgy látszik jobb gyomra volt. Ekkor már az alatöltésén andaloktak, de lassan haladtak, mert bütyöknek egyrészt rengeteg mondani valója volt, másrészt minden áron csónakázni akart. Majd, ha hazaértünk, Igaza van, Gergő bátyám. Mindig igaza van. De ez a tutajos. Ne szólszám, szám, nem fáj a fejem. Igazán nem fáj a fejem, Gergő bácsi. Miért is fájna? Bütyök erre megállt és gondolkozni kezdett, hogy miért is fájna az ő feje. De mivel erre semmi magyarázatot nem talált, azt mondta. És mit szól hozzá, Gergő bácsi? Kengyelni fog tanítani bennünket. Matula erre nem tudott mit válaszolni, ezért csöndesen azt mondta. Mindjárt hazaérünk. Bütyök a zsebéhez kapott. A villamos jegyem. Van nálad pénz, tutajoskám? A bérletem ott maradt a börtönben. Rettenetes. De végül csak hazaértek. Matula újra beborogatta bütyök kezét és fejét is, és lefektette. Kicsit pihen, aztán megyünk csónakázni. Én nevezek, mondta bütyök és a csónak azonnal elindult. Sőt, erősen hánykolódni kezdett, és a jeles ifjú az éjszaka folyamán többször kiszállt. Azután egyfolytában aludt reggelig, és amikor felébredt, az egész világot mérhetetlenül szennyesnek, undorítónak, egyben fájdalmasnak találta. Fejében, mintha hideg ólom lötyögött volna, és gyomra hajlamosnak mutatkozott újabb mozgalmakra kinézett a nyárvégi harmatos ragyogásba, és utálattal gondolt saját magára. Alszol tutajos. Hogy vagy, bütyök? Mint akit húzdaráló ledaráltak, aztán kidobtak a szemétdombra. dombra. A rettenetes. Jobb, ha megundorodik a pálinkától, mint ha megszereti, mondta Matula. És az ujját helyre kellett húzni. Tudom magamról, hogy ez nagyon fáj. Hát lehet, hogy kicsit többet adtam, de most már túl vagyunk rajta, is ez a fő. Máma csak heverészen. Mindjárt adok egy új borogatást. Ebédre meg olyan halászlevet, hogy a halottak is összevernék a bokájukat tűle. Gyula felkelt, hideg vizet hozott, Matula elment fáért, csikasz önkéntes kíséretében, és a borogatás után bütyök újra elaludt. Most már majd helyre jön, suttogta az öreg. Fogjon pár halat, én bemegyek a faluba, de időben itt leszek. Közben nézzen ide a gunyóhoz, hát ha kell valami Bélának. A felébred, tegyen rá friss borogatást. Jól van, Matula bácsi? Az öreg elment, Gyula csendesen összeszedte szerszámait, nyakába kanyarította a puskát, és kiballagott a partra a megszokott helyére. Hallgatódzó augusztusi reggel volt, amikor a pókhálókon sokáig megmaradt a harmat, és a levegőben némán úszik a tűnődés. Valonnét nagyon messziről vonat dohogása hallatszott, és Gyula ma először hazagondolt. A végtelen nádas ott állt a háta mögött, de túl a berek hűlő, mocsárszagú világán vonat szaladt a város és szeptember felé. Bedobta horgait, maga mellé fektette a puskát, nézte a vizet, és szobájára gondolt: pirimamára, bikára, bolhára, Lajos bácsira és jogászra. Lesz mit mesélni, gondolta egy pillanatra, de aztán úgy érezte, pár szóval el lehet mondani mindent. Hiszen alig történt valami. Apróságok a nyárban. Majd elmondja, bütyök. Persze meg kell beszélniük, hogy mit lehet elmondani otthon, és mit nem. Pi, pi, jöttek a kis szárcsák. Mi csak itt szedegetünk. Szervusztok, gyerekek! Bólintott feléjük Gyula, hogy a kis madarak elúsztak előtte, és megvidámodott a szíve. Milyen érezte, hogy milyen közel jött hozzá ez a külső, szabad világ, amelynek szabadsága azonban könyörtelen törvények közé van szorítva. Most már nem volt ismeretlen ez a világ és nem érezte, hogy a berek életét olyan nagy szakadék választana el az utcák, házak és iskolák életétől. Valami követeli ezt is, azt is, és ennek a követelésnek engedelmeskednek itt is, ott is. Aki nem engedelmeskedik, elpusztul, de legalábbis lemarad. Hopp! A zsineg megrándult, és Gyula a szágba segítette a fickándozó kárást. Most már nem izgult és nem kapkodott. Matulának kell a hal, tehát meg is kell fogni. Bütyök is éhes lesz addigra. Visszadobta a horgot, és éséget érzett. Egy sós kifli jó lesne. Milyen régen ettem. Köményes sós kifli. A könyveimet majd beköttetem, és megint bütyök mellé ülök természetesen. Lajos bácsi ezt megengedi, és az osztály természetesnek tartja. Az osztály. Tutajos szinte érezte az osztálynak azt a jellegzetes osztályszagát, ami a ruhákból, fiúkból és olajos padlószakból keveredik össze, és szinte hallotta, mint a katedra dobogója megrecsent. Acél! Ekkor újabb kapása volt, de elkésett. Ha elábrándozom az időt, nem lesz halászlé, észnél légy tutajos. Lejebb a folyókanyarban egy gém ilyetten trombitált, de a víz is csobogott, és amikor Gyula odanézett, egyszerre letette a horognyelet és kézbe vette a puskát. A víz felett nagy madár verdesett, és ide-oda tántorgás után kiemelt egy jókora halat. Gyula a bokor mögé húzódott. Jaj, suttogta, ha erre jönne, barna kánya... A madár nehézkesen emelkedett a hallal, távolodóban, de aztán fordult, és úgy látszott, nem megy messze. A reketje bokrok felett repült. Feküdj Jött a madár egyenesen, lassan. Elibe fogni, elibe fogni, ne egy méterrel, nem, fél is elég. A lövés kilobbant! A száraz dörrenés végigvágott a nádon, és a kánya szárnyait összekaffa zuhant a közé. – Kár, kár! – jedezett a fák közt szürke varjú, de nem jött elő. Gyula pedig azt az ágat nézte, amelyet a madár estében megütött. Az ág még mozgott. – Jó van! – gondolta tutajos. – Jó van! Kiürítette a puskát és megkereste a madarat, amely még holtában is karmai között tartotta a halat. – Mi van, Gyula? – kiáltott bütyök, aki előjött a lövésre. – Barna kánya! Várj, bütyök, amíg kimászom ebből a sűrűből! – Ide néz! Szép pillanat volt ez nagyon, és bütyök, rossz szokásához híven, megnyalta a szája szélét. – Még a hal is a markában van. Tutajos! és fejfájós, gyomorfájós, kézfájós barátunk csak egy jelentős mozdulattal mutatta, hogy ez már aztán teteje mindennek, ami még a berekben történhetik. Akazda a hűvösre, Béla, aztán feküdj le. Hadd lássa, bácsi is. Akasztom, de le nem fekszem, megfürdöm. Ne bolondozz a fájós kezeddel. Nem akarok úszni, de legalább lemosakodom. Bücsök elment a kányával, Gyula visszaszaladt horgaihoz, ahol már elcsendesedett a lövés körüli izgalom. Egy-két halat még kiemelt a fiú, aztán a visszafelé bogarászó kis szárcsáknak megmondta, hogy a kányától ezek után már nem kell félniük. Pi, pi, bókoltak a kis madarak, és átúztak a túlsó oldalra, mert feljebb a folyón bütyök áztatta kezét, locsolta a fejét, és általában gyógykezelte magát. Aztán felöltözött, és odaült tutajos mellé. Ronda méreg ez a párinka, de Gyula, úgy én milyen beteg voltam. Most már jó vagy? Jobban, de ha engem még valaki itallal kínál, kengyelné nem fog kínálni, Bütyök. Algebrával fog kínálni. Bütyök elgondolkodott, és egy kis latolgatás után azt mondta, hogy még azt sem bánja. Kihozhatnád a táblát, Bütyök, és amíg Gergő bácsi jön, megtisztogatnánk a halakat. Én majd tisztogatom, te meg lesed a horgot, mert egy kézzel úgy sem tudsz dolgozni. Bütyök tehát kihozta a nevezetes táblát, természetesen csikasz kíséretében, aki jól tudta, hogy ez a lapos holmi mindig evést jelent, és lehetőleg közel helyezkedett hozzá. Csikasz, legközelebb a táblára ülsz, korholta Gyula az izgatott ebet, igazán elszemtelenettél. Ha itt a gazdád, bezzek, betartod a tisztességes távolságot. Ne bánts, tutajos, ki tudja, meddig barátkozhatunk vele? Hát, bizony. És tutajos várta, hogy valami szomorúság üsse meg a szívét, de ez a szomorúság elmaradt. Az elmúlt hetek lemosták a városi otthonról azt, amiért kikívánkozott belőle. Lemosták a megszokottságot, a szürkeséget, a gázszagot és a lármát. Lemosták Pirimama felesleges kérdéseit, felesleges feleleteit, s ha a terített asztal fehér kultúrája jelent meg előtte, úgy érezte, jó lesz odaülni, jó lesz szülei között lenni, akik közelebb jöttek hozzá, mint amikor minden nap köztük volt. Mindezt nehéz lett volna értelmesen elmondani, ezért a rét virágos, rövid nyelvén csak ennyit mondott. Azért az a Big Fitz rendes kutya. Engem mindig elkísért az ajtótokig. Ezen aztán elgondolkodtak. Matula kikötött, és amikor a fiúkra nézett, tudta, hogy valami újság van. Ne táncolj, csikasz, nincs farsang, nagyon isten! Nem lett volna jobb még egy kicsit feküdni? Lemosakodtam, Gergő bácsi, kiáztattam a kezem is, majd inkább ebéd után alszom, mondta Bütyök. Köszönöm, hogy megorvosolt, Gergő bácsi. Látom, ha van elég, mondta kitérőleg Matula akkor most megrokom a tüzet. Aztán maguk is hurcolkodjanak be. Matula elment csikasszal, és Gyula ezt akarta. Hm, majd nézd nagyot az öreg, kicsit várjunk még. Ennyi, mondta később Matula, mert csikasz egyenesen az árnyékban lógó nagymadárhoz vezette gazdáját. Ennyi, és mosolygott. Ezt hát meglőtték, hanem a halért kár lenne. Kifeszítette a kánya markából a halat, és mosolyogva tisztogatta, amikor a fiúk bejöttek. Le kellett volna fényképezni, mondta. Ilyet még én sem láttam. Lefényképezni, és Gyula odaállt volna melléje puskával. Annyi azonban bizonyos, hogy kikupálódtak itt a berekben. Anyátlan csirkék voltak, amikor ide jöttek. Most meg legények már. Én mondom. A fiúk nem szóltak erre a dicséretre, de nagyon jól esett, mert Matula szűk markú volt az elismerésben. Ha ő azt mondta valamire, hogy jó, Hát arra mérget lehetett venni, hogy ez jobb a jónál. Hanem aztán az ebéd. Matula megadta a módját. Aprólékosan és hosszadalmasan, mert látta a két legény farkaséségét, a táguló orcimpáikat, és hogy úgy keringenek a bogrács körül, mint éjjeli lepkék a lámpafény körében. Matula bölcsön tudta, hogy az ízeket nem az étel szüli, hanem az éjség, és a vágyak néha nagyobbak a gyomorban, mint a szívben. Lassan merte tele a tányérokat, és szimatolva azt mondta. Nem vallok vele szégyönt. Orvosság! Szuszogott bütyök, és nem is szólt többet, csak a második tányér után. Eddig, mintha csupa seblett volna a gyomrom, most meg, mintha meleg hájjal kenegetnék. Egy kicsit kaphatok még, Gergő bácsi? Van elég, mondta Matula, de látszott, hogy jól esett a dicséret. Nem árt meg, bütyök? Aggályoskodott tutajos. Ez, nézett az öreg tutajosra. Ez. Tutajoskám, lőni tudsz, de ebben ne szólj bele. Ezelőtt fél órával beteg féreg voltam. Most meg megfogom a nyakad és véged, olyan erő van bennem. A paprika, vélte Matula. Ne szájaskodj, bütyök, hónom alá váglak, mint egy aktatáskát. Fiatalság, bolondság, mosolygott Matula. De jó bolondság! Ki kér még? A fiúk nem kértek, csak csikasz jelentkezett, áhitattal nézve gazdájára, mint a kondérra. Téged még nem kérdeztelek, de azért kapsz. Nem mondt, hogy sajnáljuk. Mi meg lepihenünk egy keveset. Gyere, ezt a felséges ebédet csak fekve lehet elviselni. Matula csak erre várt. Az öreg úgy gondolta, hogy a jól lakott ifjúság kevésbé hajlamos a szomorúságra, és az álmos ifjúság nem foglalkozik a holnappal. Majdnem elfelejtettem, levelet is hoztam. Ki írta? Élén küldt meg Bütyök. István bátyjuk. Bütyök csalódott a hanyatlót vissza, és be kell vallanunk, hogy a jeles romkutató nem a mamára gondolt. Tutajos pedig kivette Matula tarisznyájából a levelet. Hangosan, Rendelkezett Bütyök. Szeretem István bácsi stílusát. Kedves Bütyök és Tutajos, olvasta Gyula. Úgy látszik, a berekben nincs naptár, mert úgy viselkedtek, mintha ott akarnátok megöregedni. De pesten van naptár, és szeretve tisztelt szüleitek látni akarnak benneteket, és az iskola is megkezdődik tíz nap múlva. Úcsúzzatok hát el nevelő Gyertek pótapátokhoz mielőtt végleg kitörítek a nyakatokat, hogy elküldhesselek benneteket valóságos szüleitekhez. Holnap este hatkor a kocsi a hídon lesz. Tutajozzatok oda összes holmitokkal, és szombaton vonatra raklak benneteket. Egy kis időt még itt is tölthettek, hogy Nancsi néni kivakarjon benneteket, és felvarja a gombokat a nadrágotokra. Örültök, mi? Szerető bátyátok, István. A kunyhó előtt matura tetvett, de a kunyhóban mély gondolatokba esett a csend. Vége. Ami a kunyhóból látszott, egyszerre távoli lett a táj. A vénfák bozontos üstöke, a náda suhogó lélegzete. Vége. Az idő eljárt. Hozott, amit hozhatott, s vitt, amit vihetett. A borongó messzeség titokzatos, és szomorú lett egyszerre, és a magasban szálló madárkiáltások már nem nekik szóltak. A kunyhó már nem az övék volt. Matula más, mint eddig, mert az öreg marad, és ők elmennek. Vége. Vége a nyárnak. Tutajos összehajtogatta a levelet, és bütyök kezébe adta. Tedd el emlékbe, bütyök, te szereted a stílusát aztán hanyat feküdt ő is, és nézte a pókhárós szelemeneket, az aranylónát, tetőt, s a darazsat, amint helyet keresett, talán télire. Télire, amikor róka surran a havasnádban, és északi madarak zajonganak a vízen. Pesten akkor járdát sepernek a ház előtt, és az udvarban szállingózó havat bigficz nézi. Kidugja fejét a korláton, és prüszköl, ha orrára esik a hó. Amikor felébredtek, már késő délután volt. Az ég befelhősödött, és a nagynádasral az apára ült. Felébredtek, de nem mozdultak, és nem is szóltak. Az alvás előtti és utáni gondolatok megkeresték egymást, és matul a pipafistjén kiszárnyaltak a semmibe. Úgy gondoltam, a horognyeleket majd rendbe teszem, és vigyázok rájuk jövő nyárig. Jövő nyárig. Gondolták a fiúk. De a jövő nyár fáradtam, messze volt. Kicsit beolajozom, nehogy megvetem egyenek. Ám bár karácsonykor is lehet csukázni. Karácsonykor? De akkor ám. Még a jég alul is. Az még csak az igazi. Léket vág az ember, átkévére ül mellette, aztán lesi a dugót. Éhes olyankor a csuka, mert a kis halak alusznak az iszabban. De a csuka nem alszik. Az nem. Meg aztán rókát is lehet lesni, és hajtani is. Hajtani? Persze. Kemény akkora berek. Néha nem róka gyűn, hanem vadmacska. Lüttek itt akkorát, mint egy tigris. Az a vigyázni kell, amíg végleg ki nem nyújtózkodik, mert hamar csúfá teszi az embert. A fiúk gondolatai itt hagyták a jelent, a kunyhót, a keserves csomagolást, és Matula szakavatott vezetésével elindultak a tél felé. Négy hónap, mondta Gyula, alig négy hónap. Semmi, legyintett Matula, semmi. A vasútra szánkó megy, és Nancsi elegendő takarót tesz, talán többet, mint kellene. Eljössz, bütyök! Bütyök megtapogatta fejét, a daganat kellemesen enyhült, és olyasféle mozdulatot tett, mintha ez a kérdés teljesen felesleges, sőt, értelmetlen lenne. Ő ne jönne! Ő! István bácsi is hívott a nyárra, rendes fizetéssel, rendes gyakornoki munkára. Is? Mosolygott Gyula. Igen, ő is és bütyök harciasan nézett barátjára, aki nem vérezte még fel magát a szerelem tövises berkeiben. Szanyadiéknak olyan tiszta szobájuk van, hogy akár a földről lehetne enni, enyhítette Matula a hangulatot. Aztán, a ha Bélát szívesen látják, ebbe más nem szólhat bele. Nem is akartam, Béla ezt tudja. Senki, folytatta Matula. A barátság azért csak barátság marad, ha igazi. Igazi? Bólogatott bütyök kisé szabálytalan fejével, és Gyula karjára tette kezét. Gyula azt nem is úgy értette, Gyula soha engem meg nem bántott, és Piri mama és István bácsi is. Ugye, az apám ugyan mozdonyvezető volt, Gyors vonati, de az anyám csak egy szegény mosónő. A kunyhóban fájdalmasan nagy lett a csend, mintha az anyaság néma önfeláldozása lebbent volna meg a nyárvégi suttogásban és a szívekben. És az a szívszorongató könyvtermő csend még csak mélyült, egyre mélyült. Még Matula öreg szívét is megszorította. Csik bejött és kiment. Végül Gyula felállt, kicsit, mintha megroskat volna, arca eltorzult, aztán reketten azt mondta, és erről, és semmi ilyesmiről, ami elválasztana bennünket, ami nincs is. Soha, soha többet nem beszélünk. Soha! Kiáltott és kiment a kunyhóból. Kiment, de a szavak erültek és ott maradtak. Szétterültek, és a fiúkat a legszentebb emberi egységbe fogták. Bibliai magasságba emelték, ahol nincs mosónő és nincs mérnök. Csak emberek vannak. Gyula szeme vörös volt, amikor visszajött, mosolyogni próbált, de arca már megkeményedett. Soha, bütyök, ugye? És Pondorai Béla csak a fejét hajtotta le igellésül. Ezen a napon korán alkonyodott. A berek szokatlanul figyelő lett, a madarak lármája csendes, távoli zúgássá enyhült, és amikor besötétedett, valahol elmaradtak a csillagok. A felhők nem úgy jöttek, hanem lettek, mintha a berek fölött születtek volna. A füst tétován keringett a tűz felett, aztán ellapult, és átszőtte a rekettyés csalitokat. A lángok villanásai nem ugráltak vidáman és élesen belevágva a sötétségbe, csak puhán szárnyaltak, vörös derengést küldve a felhők alá és a kunyhó belsejébe is, ahol nem beszélt már senki arról, ami volt, hanem arról, ami lesz. Holnap még horgázhatnak, vadázhatnak, vagy amit akarnak, én meg összepakolok, mondta Matula. Ám bár az idő esőre fordul, nagyon leszáll a füst. Nem érzem, tűnődött Gyula. Most nem érzem. Nem, mert ez már nem a nyári hirtelenkedés. Ez már őszi készülődés. Csendben gyűn, mert az igazi meleg ideje már lejárt, és ezek már nem nyári viharfelhők. felhők. Elázik ezekben még a ménkű is. Hanem, nézett bütyökre az öreg, azt a fényképet már igazán megmutathatná. Elfelejtettem Gergő bácsi, mentegetődzött bütyök. Annyiszor mondta, már is mindig elmaradt. Itt van. Matula hosszasan nézegette a nagybácsit, a fűtőből lett doktort, nevelőt és vadászmestert. Szép derék ember, ez a hétköznapi ruhája. Azt hiszem, hát mindenki úgy öltözködik, ahogy akar, nyújtotta vissza a fényképet Matula. Ebbe aztán nem lehet beleszólni. Van olyan is, hogy elefánton ül, de azt nem hoztam el. Kár. Azon lehet az igazi. Pénzt is küld. Küldhet is, ha már elefántja van. Magát nem hívja. Dehogy nem, dehogy nem. De ha én gazdász leszek, mégiscsak itthon szeretnék lenni. Matulának csak a szemem mosolygott, és azt mondta. Persze, hogy persze. De Gyula merőn nézett a levegőbe. Nézett, de nem szólt. Mert Bütyök szokatlanul érzékeny volt ezen a napon. Hallgattak, de gondolataik formába öltöztek, és a sötétség fekete táblájára ezek a gondolatok egy szót írtak: Kati. Hát ez így van, mondta Matula általánosságban, de nem részletezte, hogy mi az, ami így van, sőt, úgy érezte, erről kár is beszélni. Mert ez így volt, és így is lesz amíg szoknya és nadrág lesz a világon, és ezen nem változtat az sem, ha a lányok nadrágot húznak. Ezek után már csak ültek és hagyták, hogy este legyen. A köd vastagodott, aztán szitálni kezdett, nyálkás párával lehelve be lomha önmagát. Megrakom a tüzet, mondta tutajos, mert már egymást se látjuk. Ebben az estében előbb lett a tűznek szaga, mint színe. A füst úgy húzott ki a nedves ágak alól, mintha szégyelni a maga szántalanságát, és csak akkor kezdett emelkedni, amikor a lángok felfelé hajszolták születésük lengepelenkáját. A lángok a ködöt is megzavarták, és nagy udvart raktak a pára puha párnájában. A nedves fa sistergett, néha siránkozott, mint a légy a pókhálójában, és amíg a tűzrakás összeomlott a kunyhó ajtaja előtt, elballagott ragyogó emlékeivel a nyár. Hát, vakarta meg állát Matula, azért tehetünk is. Bütyök előhúzta a nevezetes táblát, tutajos megterített, Matula szalonnát pirított, és amikor a búcsúzás keserűségére rátelepedett a jól lakottság lusta dajkája. Bücsök megemlítette, hogy Indiában nem ismerik a havat, és hogy ott soha nincs tél. Nem lehet jó, mondta Matula. Sehogy sem lehet jó, mert ki örülne annak, ha mindig tele lenne a hasa? Ki örülne, ha mindig új ruhája lenne, ha mindig sütne a nap? Nem lehet az jó. Azt írta a nagybátyám, hogy ha megjön az eső, akkor meg egy hónapig esik egyfolytában. Na lássa, Ám bár az odavalósiak gondolom megszokták, mert még sohasem voltak jó csikorgó időben egy tisztességes disznóölésen. Nem is eszik meg a disznót? Egy szálbélű nép, legyintett Matula, elintézve az egész hindutársadalmat. Persze, a mindig nyár van. Hanem már annyiszor mondtam István úrnak, ide kellene egy kis kunyhót rakni. Semmibe sem kerülne, aztán karácsonykor úgy laknánk itt, mint a grófok. Szólok neki, Gergő bácsi, mondta tutajos. Szólok neki, és szavát veszem, mert másként elfelejti. Okosan, mert nekem már húsz éve ígéri, aztán csak tologatja egyik évről a másikra. A gazdaságban van rossz ajtó, felesleges ablak. Én meg összeverek három ágyfélét. Hármat és nem többet, mert mink már összetanultunk. A fiúk erre nem szóltak, de Matula rövid megállapításánál sokkal nagyon sokkal többet éreztek. Mink már összetanultunk, mondta az öreg. De a fiúk emögött azt is érezték, hogy ők nem csak tanultak, de tudnak is. Nem csak néznek, de látnak is. Nem csak hallanak, de értenek is. Nem csak tapintanak, de fognak is. És egész kibontakozó egyéniségük tele van a valóság és a természet szeretetével megnőttek, megerősödtek, és most már nem csak elfogadják, de kívánják is a valóság múlhatatlan, kemény ragyogását. A valóság ebben a pillanatban a búcsúzás. De valóság a karácsonyi remény is, amiért dolgozni, sőt küzdeni kell. És ennek a valóságnak alapja az akarat. Nem is baj, hogy kicsit előbb megyünk haza, mondta a tutajos. Elő kell venni a számtant, meg mi egymás. Hajaj! Sóhajtott bütyök. Bizony elő? Meghívjuk Jandát, inkább lenyelem a nagy képűségét. Azok az aránypárok, meg mi egymás. Szegény acél képzelt egész nyáron abriktolta. Talán nem is bírta ki. Bütyök, nem mond tovább, én lefekszem. Akartam is mondani, szólt közben Matula. Dobok a tűzre pár tuskót, fekve is beszélgethetnek, ha akarnak. A vastag fadarabok elnyomták a lángukat, és a porás derengése körül a sötétség leskelődött, de a fiúk nem beszéltek már. A gondolatok ellustultak, szárnyukat lassan összecsukták, felültek a szelemenek poros végére, és hagyták, hogy szemükre rászáljon az álom. A kunyhó előtt csak a tűz derengett, és a végtelen nádas csendes volt, mint a virradat reménysége. köd szemergett egész éjjel. A lassú tűz a néha kilobbanó lángok haragosan sustorogtak, de a köd óriás volt, és a lángocsák visszaugrottak a tuskók alá, mint ilyet fiókák a fészekbe. A nagy nádas néma volt. A madarak egy része már elment déli tájakra, a folyó nem is látszott, és a magas parton, a vénfák alatt, a csónak öblében, és tüskevár felett az idő múlását nézte a sötétség és a csend. A sötétség aztán megritkult, de a csend még maradt. Csak a fákról csepegtek a kötkövér gyermekei, vagy leszaladtak a nátszálak derekán, és eltűntek a mocsár fekete vizében. Hűvös lett, de nem mozdult semmi. Csak csikasz ásított akkorát, hogy majd az álkapcsa úrott ki, és ebben benne volt egész megvetése az időjárás szivacsos mi volt iránt. Csikasszal azonban nem törődött senki, és rajta kívül nem is érezte ilyen világosan senki, hogy ezen az éjszakán megváltozott minden. És süthet a nap, ragyoghat az ég, ebben az évben nem fogom már virág, és nem terem semmi a nyár áldott méhében. Ami jön, az már az ősz gyermeke vagy vendége, akár virág, akár madár, akár ember. Ezt érezte Csikasz, és enyhén megrázkódott, mert a köd belette magát a kiskutya ruházatába, amit nem lehetett levetni, csak megszárítani. Csikasz tehát fázott, és mivel unatkozott is, újból ásított, és most már hangosan csattintotta össze remek fogait. Mire Matula úgy ébredt, mintha az előzményeket is tudta volna. Ide bújhatsz, ha fázol. Csikasz erre feledve minden baját lehasalt az öreg könyöke mellé. Ám bár elég vizes vagy. Csik azt tárgyilagosan billegette rövid farkát, mintha azt akarta volna mondani, hogy reggel van. Teszek a tűzre, dörzsölte szemét bütyök, aki kívül feküdt. Jó reggelt, Gergő bácsi! Reggelnek reggel, de úgy vélem, majd dél lesz, mire napot látunk. Matula nem sokat tévedett, mert tíz óra tájban is csak előhent terget valahonnan egy-egy alacsony kötfelhő, megállt a fák koronájában, a csalitok szövevényében, és a felbukkanó nap lagymatagon sepergette a nagy szürke rongyokat. Végül megemberelt a magát, és olyan meleg ragyogást küldött a berekbe, hogy emlékezni sem lehetett a hajnali didergésre. Nem menjenek még, intette Matula a toporzékoló ifjakat. Nem érdemes. Fél óra alatt felszárad a harmat, most még eláznak, mint az űrge. A fiúk már összecsomagoltak, reggeliztek, és most türelmetlenül nézik az időt, mert már nem a lusta heteket számolják, a meggondolt napokat, hanem a rohanó órákat, amelyek olyan kiméletlenül szórják önmagukat az elmúlás végtelen serpenyőjébe, mint őrült öngyilkosok a láncídról a Dunába. Minden percért kár, de kár, ha el nem múlna ami rossz, hogyan gyűhetne ami jó? amíg megfogják az ebédre valót, beviszem ezt a madarat, hogy felküldjék Pestre. Majd István úr ír levelet mellé. Nem lehet halogatni, mert megbüdösödik. Köszönöm, Matula bácsi. Nincs mit. De most már mehetnek is. Bütyök úgy lendült neki a gyalogútnak, mintha estére Pesten akarna lenni. Természetesen az egész berekkel, matulával és csikasszal a zsebében. Tutajos elgondolkodva ballagott utána. Hova rohansz, bücsök? Bütyök erre meglassúdott, mintha megérezte volna, hogy ebben a napban sincs több, mint ami belefér. És nem is volt. Ez a nap nem tartozott a kiemelkedő napok közé. Horgáztak, mert kellett az ebéd, aztán ide-oda témferektek, mert ez mégis a búcsúzás napja volt, de a búcsúzás letörtségét még akarva sem tudták érezni. Télen talán még szebb lehet, nézett körül tutajos, és Bütyök úgy érezte, hogy ő is ezt akarta mondani de még hozzátette. Aztán levelezhetünk is. Tutajos értelmetlenül nézett zömök barátjára, aki kissé félrefordította a fejét, és erősen elpirult. Tutajos csak az utolsó pillanatban kapta össze nevetésnek indult ábrázatát, aztán lehajolt, mint a valamit keresne, és amikor legyűrte érzelmeit, csak annyit mondott. Persze, pe, amennyit akarsz, de úgy gondolom, Katica szülei... Már megbeszéltem Nancsi nénivel. Á, Kati meg a te címedre ír. Bütyök, hadvezérnek születtél, de Piri mama felbontja. Piri mama meghalna, ha nem bonthatná fel, és ezt mégsem kívánhatod. Apám még soha nem bontják fel egyetlen levelemet se, de Piri mama... Majd megkérem, hogy ne bontsa fel. Lehet, lehet, hogy meg is ígéri. Ez elég. Bütyök, ez nem elég. Piri mama a gőz fölé tartja a konyhában Elolvassa és visszaragasztja mm, Rémes Így van Hanem az lesz a legjobb, ha Ladó Gyulának címezteted De Pondorai Béla címén Így a mamát sem bontja fel Igazad van És a mama nem is tudja ezt a gőzölő eljárást Na látod? Most pedig vigyük haza a halakat és tisztítsuk meg őket Mert eljár az idő És Gergő bácsi egy-kettő itt lesz majd én ellátom a halakat, te meg egy fáért. Bütyök fogta a baltát és elballagott. Tutajos pedig egyedül maradt a halakkal, és természetesen csikasszal, aki ünnepi izgalommal helyezkedett el a tábla mellett. Hát elmegyünk, csikasz, mondta később Gyula. Nem sajnálsz bennünket? Csikasz szerelmesen nézte a halakat. Te csak a gyomrodra gondolsz, te mindig csak a gyomrodra gondolsz, csik az ezt nem is tagadta. Éhes vagyok, rezegtette suta farkát, és féloldat nézett nyurga barátjára. Ilyen éhes, már nem is tudom, mikor voltam. A fiúk és a gyorsan járt, és gondolatai elugrottak most a kiskutyától, és arra gondolt, amikor az első halat tisztogatta gyámoltalanul és tudatlanul. Arra gondolt, hogy még a kést is másként fogta, nem is beszélve az evezőről, horognyérről, oktala leégésről, mindenről, amit a tudatlanság szült. Kezében és cselekedeteiben most biztonság volt. Erő és feszítő öröm. Még többet tudni és tenni. Micsoda boldogság lenne ezzel az érzéssel ülni a padban? És a táblára írt számtam példára is így nézni, mint erre a harra, erre a kis csukára és a feladatnak is ilyen biztos kézzel felvágni a hasát, pontosan tudva, hogyan kell és mi van benne. Tessék parancsolni, tanár úr! Ekkor Gyula kezében megállt a kés. Jóságos Isten! Hiszen nem a jó kengyel uralkodik már, hanem a felesége, azzal a kis serpenyővel a fején. Majon leteszi, ha bejön az osztályba. Csillik biztosan erről magát. Utána tíz percben csilliket pofon vágom, ha ezt megmeríteni. Tutajos már a gondolatra is kiállt a nő mellett, hogy valami sérelem érheti, és nem gondolt arra, hogy ezelőtt pár hónappal még álmában sem jutott volna a félelmetes bikát nyakon vágni. Most azonban ezt is lehetségesnek érezte. Nem gondolta, de érezte, hogy ezek az érzések rendszerint megbízhatóbbak, mint a tétova gondolatok. És Ladó Gyula Lajosnak igaza volt. Ez a nyár sok mindenre megtanította, kiművelte, útba igazította, és hozzáformálta a természetes élet kegyetlen törvényeihez. Amikor a berek először fogadta, idegentest volt a nádas útvesztőiben, tétova bárány a füvetlen pusztaságban. De a nap hozzáégette, a vihar megfürdette, a jégeső meggyalulta, és a nyurga, elpuhult test izmainak állandó munkája fiatal farkast faragott a bárányból. Nem volt tehát semmi lehetetlen bika megrend ha megsérteni a nőt, aki a kedves kengyel tanár úr felesége. A hölgy egyébként is veszedelmesen szép, gondolta, és ekkor igen, tutajosunk öntudatlan mozdulattal megfogta Ádám csutkáját, mintha nyakkendőjét akarta volna megigazítani. Gyula előre szaladt gondolatai ekkor szétestek, mert bütyök szuszogott a tűzhöz, hatalmas ágat húzva maga után. Elhoztam az egészet, eresztette a földre terhét. Itt vágom fel, hogy maradjon Gergő bácsinak is. Igazad van, én meg azt gondoltam, megcsinálom a halászlét. Készebéddel várjuk az öreget. Bütyök aggodalmasan vakargatta meg a tarkóját. Tutajos, elrontod, majd meglátod. Akkor már nem lehet segíteni. Vágd a fát, bütyök. megnyolod mind a tíz ujjad erre felemelte hatalmas mancsát, és jól megnézte újjait, amelyek nem látszottak nyalásra alkalmasnak. Le kellene vágni a körmeimet, morogta, és körüljárta az ágat, hogy hol kezdje aprítani. <tot> A nap már jócskán túl volt a delelő, mire bütyök készen lett. De ekkor már gyomorkondító és nyálképző, csodálatos illatködök úszkáltak a levegőben. A szaga jó, mondta bütyök. Most már csak Gergő bácsi hiányzik. Teríthetek? Ekkor pár percre elfeledték, hogy ez az utolsó nap a berekben, és rejtett izgalommal néztek csikasz után, aki elrohant a gyalogúton öreg gazdája elé. Matula már messziről látta a füstöt, és amikor kibukkant a rekettyék alagútjából, szaglálódott is. – Hagyon Isten! – mondta, és a bográcsba nézett. Aztán a gőzbe tartotta kezét, azt is megnézte, és megisszagolta. No, – No-no! – mondta. – Ebből alig, ha nem lesz valami. – Merhetek, Gergő bácsi? – egy gyorsan, mert nagyon kívánom. Tutajos kiosztotta az ételt, de maga nem nyúlt hozzá, mert az öreg kényelmesen kavargatta a levest. Bélának levelet is hoztam, ott van a tarisznyában. Bütyök azonnal hagyta a nemes ételt. Van ott egy üveg bor is, azt is idehozhatja. Azt mondták, ígyük meg búcsúzóra. Aztán ez a tök meg is csak oda penderedik, hogy Gergő bátyám, nem vinne el egy levelet az ellenőr úrnak? Hát, ilyen ez a mai világ. Hát, azért elhoztam. Bütyök az öreg mellé állította a boros üveget. Elolvasom, mondta a levelet bontogatva. Hát, ha sürgős. Persze, hogy sürgős, bólintott Matula, és belemerítette kanalát a lébe, megfújta, és lassan szürcsölte. Valódi, nézett utajosra. Ha én csinálom, sem jobb. Elhiheti. Igazán? Azért mondom, mert úgy is van. Nancsi meg az összes asszonyok elbújhatnak. Ennek már csak akkor lenne jobb íze, ha tél lenne, mert akkor még a meleget is jobban kívánja az ember. Matula felnézett bütyökre, aztán elmosolyodott. Persze, vannak, akik ilyenkor is levelet olvasnak, pedig az a levél, ahogy látom, nem hűl el. Bütyök úgy nézett a levélre, mint a napi mádó a felbukkanó sugárzó istenségre. Járvány van a faluban, mondta aggodalmasan. Szerencsére mindenkit beoltottak. Szerencsére, mondta Matula egy kis kajánsággal, és Gyula összearapta szájában a kanalat, hogy el ne nevesse magát. Nem, tutajosunk sehogy sem értette meg bütyög lelki állapotát, és nem gondolt arra, hogy van egy ilyesfajta járvány is, ami ellen azonban nem található semmiféle gyógyszer, semmiféle patikában. Az ebéd utáni alvást azonban most sem hagyták el, bár előzőleg nem gondoltak rá. István bácsi azonban olyan bort küldött, mégpedig pintes üveggel, ami mást parancsolt. Parancsolt, és ifjaink nem is ellenkeztek, pedig csak egy-egy pohárral ittak. Mint az anyatej, csettintett Matula, és a fiúk úgy érezték, hogy az anyatejtől csak aludni lehet. Az árnyékok óramutatója azonban nem állt meg, és amikor felébredtek, Matula már kihorta a csomagokat a kunyhó elé. Eljött az idő, mondta. Bütyök megtapogatta zsebében a levelet, és ez megnyugtatta, de Gyula kiség kesernyésen gondolt az indulásra, a percre, ami immáron elérkezett. Matula három poharat tett a nevezetes táblára, és megtöltötte őket. Búcsú pohár nélkül nem menjenek el, és tutajos úgy érezte, hogy ha összekodszon a három pohár, talán elpattam valami. De az üveg halk csendülése nyomán nem történt semmi, mert az idő végtelen folyását meg nem törheti semmi. Köszönünk mindent, Gergő bácsi. Én is, mondta az öreg a pohárba nézve. Én is köszönök mindent, mert jó volt ez a nyár, hogy így együtt voltunk. És tartsanak meg jó emlékezetükben. Felhajtotta a poharat. Aztán most már búcsúzásról szó se essék, mert az is elmúlt. Mehetünk. Mielőtt csónokba szállt volna, Gyula felkapta az erősen tiltakozó csikaszt, és magához szorította. – Szervusz, csikasz! Karácsonyra itt leszünk! Bütyök is megsímogatta a szőrös kis barátot, aki nyűszítve követelte, hogy tegyék már le, mert ki nem állhatja a fogdosság. Matula kézbe vette a lapátot. – Itt maradsz, Intett a kiskutyának, és a csónak simán nekilódult a víznek, az útnak és az időnek. <Szor> A szekér nehézkesen dörömbölt végig az úton. István bácsi igáskocsit küldött, hogy minden cókmók felférjen, és a fiúk hallgatagon a szénába ültek. Matulának intettek még, de aztán elfordult az út, elmaradt a nádas. A réten kint legelt már a jószág, és a kolomszó úgy repkedett a bokrok között, mint a jajgató sirály. A Balaton felett már az alkony szárnyalt, és a nagy víztükre lassan megfakult, mint az emlékezet. Az ülésdeszkán idegen kocsis ült, mogorván, sötét egykedvűséggel, mintha ölfát vinne, trágyát vagy gabonát. Bácsi, próbálkozott Gyula, nem mehetnénk kicsit gyorsabban? Nem. Gyula ránézett bütyökre, bütyök megrántotta a vállát és összenevettek. Tutajos, suttogta bütyök, tömören elutasítottak. Most már könnyebb lett az út, az emlékek nem húzták vissza a sarogját, hanem vidáman felkapaszkodtak, mintha azt mondták volna. Jövünk, fiúk, mert mi már el nem múlunk soha. Bütyök, szólalt meg tutajos. Azokat a leveleket úgy kell címezni, Pondorai Béla címén Ladó Gyula Lajosnak. Különben majd megírunk pár borítékot. Felesleges, Katinak nagyon szép írása van. Most végezte a hatodikat, általános jó eredménnyel. Szamár vagy. A mamád azonnal megismeri, hogy nő írta. Bocsáss meg, tutajos. Azt hiszem, igazad van. De most már beszéljünk másról, mert Nancsi néni eleget tud úgy is. Csak azt nem tudom, ismeri azt a gőzölési trükköt. Hátod? Már néz bennünket. A kocsi ekkor fordult be az udvarba, és Nancsi néni csípőretet kézzel állt a feljáró teraszán, mosolyogva, ám bár parancsnoki tartásban. Na, mondta, amikor a kocsi megállt. Hát, itt vagytok. Úgy látszik, Nancsi néni. Állt fel tutajos kisé epésem, mert elgondolta a folytatást. Itt vagytok, és most a kezembe kerültetek. A fürdőbe befűtöttem, amit levettek, azonnal kimossuk, megvarjuk. Ne mondják ott, hogy nem törődtem veletek. Gondoltam én mindenre. A pakkokat hagyjátok csak itt kint. Hát a tetűt hoztatok. Mi van a fejeden, Béla? Így, félre bütök. Ne nyomkodja, Nancy néni. Megorvoslom, ne fél. De előbb a barbé. A vájog vető cigánynak nincs ekkora haja. Mit szólnának otthon? Nancsinéni a barbét következetesen barbéinak titulálta, és hozzátette, hogy a körmöket is levágja, és ha van rossz fogatok, azt is kihúzza. Nincs rossz fogunk mondta Gyula tiltakozva, és maga után vonszolt a bütyköt a fürdőszobába. Ott csak leroskadtak, és kissé megnyugodva egymásra néztek. A szennyes dobjátok ki! Ne szappanozzalak le benneteket? Majd egymást leszappanozzuk, Nancsi Ezután már békében maradtak, és alapos fürdő után bütyök kielentette, hogy úgy érzi, mintha a bőrét is lefürödte volna. Nézd meg a vizet, bütyök! A víz olyan volt, mint a kávé aj. Hát, ezt füröttük le. Ereszt ki, mert Nancsinéni elájul. Majd a barbé felmossa, mondta Bütyök. De az igazán szép, hogy gondoskodik rólunk. Jó asszony, a Nancsinéni. Én megszerettem. te mindenkit megszerez, Bütyök. De hát, ugye, ez Nancsinéni esetében igazán érthető. Akár tudja a gőzölési eljárást, akár nem. Tutajos. Jó, 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 azért ne ölj meg, mert a legjobb barátod ölnéd meg. Kaps fel valamit, és gyerünk a konyhába. Mert úgy hallom, megérkezett a barbély. vacsora szótlanul kezdődött. István bácsi egy darabig némán evett. Néha ránézett a két gyerekre, és látszólag elégedetten mérlegelte őket. Később gyanakodva szimatolni kezdett. Minek van itt olyan becstelen szaga? Meg lehet szokni, tiltakozott Bél Béla fejét bekentem liliom Fene, egyen meg az ilyen liliomot, inkább csirkebél szaga van, Reggelre nyoma sem lesz a daganatnak. Lehet, hanem az öreg jól megkopasztott benneteket. Nem baj, István bácsi. Szólalt meg csendesen bütyök. De én szeretném megköszönni... Jó, miután ezzel megvagyunk. Tudajos, kérlek, te se akarsz szónokolni, hanem tölts a poharakba. Annyi az egész, hogy jól éreztétek magatokat. És sokkal nagyobb örömet szereztetek nekem, mint amennyit én adtam nektek. Kész. Megerősödtetek kívül és belül, hogy otthon nem ismernek meg benneteket. De ezt inkább Matulának köszönhetitek. Gergő bácsi, angyal, mondta Bityök. Hát! lehet, de a valóságos angyalok valószínűleg visongva futnának világá, az öreg megjelenne köztük pipájával és kéthetes szakállával. Ezzel nem illik tréfálni. Nancsi néni, ez nem tréfa. Matula nem angyal, hanem ember, de talpig ember. És ennél többet nem kívánhat senki. Még csak azt akarom mondani, hogy karácsonyra várlak benneteket, és mindig úgy gyertek, mint haza. Ne szólj közbe, bütyök, tudom, amit tudok, de az is jó van. Ha megérjük, én is megtáncoltatom, Katit, a lakodalomban. E, izé, vörösödött el a jeles ifjú szíjáig. Nem erre gondoltam. Jobb, ha nem gondolkozol, bütyök. Még csak azt akarom mondani, hogy a vájokházat karácsonyra felépítetem. Kezet adtam rám a tulának. Hanem bütyök, tégy valamit a fejedre, mert rosszul leszek attól az odvas bocskorszaktól. Muszáj innom rá. Majd megüti a guta, jósolta az öregasszony. Akkor aztán rihatok. Száz évig élünk, Nancsi de ahol sokat kell aludnunk. Na menjetek csomagolni, mert hajnalban felverlek benneteket. A gyors vonat, Hétkor indul. Gyuláik még hosszan elbabráltak a csomagolással, és még hosszabban elbeszélgettek. Így azután másnap rendkívül korainak érezték az ébresztőt. Lehet, hogy el is aludtak volna, de István bácsi kitárta az ajtót, felgyújtotta a lámpát, és átdübörögve a fiúk szobáján, a mosakodásnak olyan krákogó, szörcsögő, horkoló, csapkodó szimfóniáját játszotta végig, hogy egy modern zeneszerző azonnal lemezre vehette volna, és két üsdob segítségével hangszerelve előadhatta volna, mint saját szerzeményt. Viharvert ifjaink azonban nem voltak fogékonyak az ilyen magasabb zenei élvezetek iránt máskor sem, ebben az órában meg éppenséggel nem. Aj, Sohajtott tutajos, és olyat nyújtózkodott, hogy az recsegve tiltakozott az ilyen erőszakosság ellen. De csak a megmozdulás volt nehéz. A következő pillanatban már az utazási láz reszkettette meg idegeiket, és átesve Nancsi néni cuppanós csókjain, István bácsi csontlazító ölelésén, a kocsi megrándult, és beszélgetni kezdtek a kerekek. Írjatok! ordított akkor át a testes gazdász, hogy a verebek azonnal beszüntették röpgyűlésüket a nyárfán. Tutajos kezével... A bütyök pedig kalapjával integetett, a nevezetes kalappal, amely nem is volt már másra alkalmas. Az ébredő falut hamar átvágták, aztán a küllők csattogása szétesett a reggeli mezőkön. Ez már nem igáskocsi volt, és nem két nomád rétjárót vitt a gyorsvonat elé, hanem két jól öltözött, valóságos nyolcadikost, két nyakkendős, átmenetileg kinyalt ifjút, akiken csak azért nem jajgatott a ruha, mert ez nem szokása. Két hónap nem nagy idő, de ez alatt a két hónap alatt úgy kinőtték ünneplő ruhájukat, hogy a kabát begombolásáról szó sem lehetett, és tutajos karján a kabátújjak könyök alatt végződtek. – Gyula – mondta Bütyök – ez a nadrág összement, nem merek megmozdulni benne, mert elreped. – Hát nem mozog, Bütyök – különösen a leszállásnál vigyáz. Oda néz, mutatott kelet felé. A Balaton tükre rózsaszínű lángot vetett, mert messze, valahol kenese mögött ekkor bukkant fel a nap. A nagy víz felett megmozdult az elnyúlt köd derengő lepedője, egy varjúk hárogott valahol, és a világosság érintésére fehér sirályok szálltak fel a tündöklés tenyeréről. A kocsi dübörögbe ment a nyár őszbe hajló útján, és már a híd közelében jártak, amikor Tutajos átnézett a másik oldalra, hogy elbúcsúzzon a berektől és a folyótól. Ó, oh, és felugrott! És felugrott bütyök is, és talán nem is gondoltak arra, hogy ez a kép egész életükön elkíséri őket. Gergő bácsi! ordított Tutajos. Gergő bácsi! És nem tudott mást mondani. Bütyök pedig csak a kalapját lengette olyan széles mozdulatokkal, mintha le akarna ugrani a kocsiról. Írjál! Várom! Írjál! kiáltotta végre, mert Matula mellett egy kislány állt a csónakban mozdulatlanul. Csak kezét emelte fel azzal az ősrégi mozdulattal, amivel először intettek áldást az emberek. A kocsi tübörök berohant át a hídon, és amikor eltűnt a látomás, a két fiú lezökkent. Ó, Gergő bácsi, mondta később Gyula. Katica, sóhajtotta a bütyök, mire tutajos azt mondta, e, most már kezdelek megérteni, mert még én is szerelmes lettem valamibe, csak tudnám, hogy mibe. A bütyök hallgatott, a kocsi robogása úgy loholt alattuk, mint dörmögő szolgája a kerekeknek, hangja az útnak és takarója a gondolatoknak. Melyeket utas emberek gondolnak csak önmaguknak, de soha nem beszélnek róla. A vonatban kevés utas volt, de ellankadt ifjaink ezt is sokallották. Beúzottak egy sarokba, s azon mód elaludtak. Amikor tutajos felébredt, bütyök már ébren volt, és a nancsinéni által készített csomagot bontogatta. Nem vagy éhes? Fáj a fejem. Egyél valamit, és elmúlik. Hol vagyunk? Fehérvár után. Na, mutasd! Bütyök végre feltárta a csomagot, és amikor fél óra múlva kidobta a papírt az ablakon, azt mondta, hogy nem is látszott, hogy fájt volna a fejed. Úgy megettünk egy csirkét, mint a pinty. Bütyök, a pinty magevő, és nem eszik csirkét, de a fejfájáson valóban elmúlt. Közben úgy elmentek a Velencei tó mellett, hogy észre sem vették. Pedig tutajos kíváncsi lett volna, hogy ott van-e az az öreg csónak, ahol megálmodta. És ahol ott is volt. Mindegy, az a csónak ott van, és amíg tutajos él, ott is lesz. A remény nem törött szárnyú madár, és a valóságot megálmodni szabad, sőt, szükséges is. Amikor a vonat végre megállt a déli pályaudvaron, bütyök lerántotta az ablakot. Hordár! kiáltotta Hordár! Ide kérem! és kezével integetett majd kiadom az ablakon. Bütyök, megőrültél? Valahogy csak elvittük volna. Kerestem ütött bütyök a zsebére azért keres az ember, hogy más is keressen. Tessék, addig itt maradni, hozom a tragacsot. Öt csomag, mondta a hordár, és amikor felrakta a csomagokat, bütyök azt mondta: Kérem, rakja egy taxiba! Tutajosnak egyszerűen leesett az álla. Béla, és a vonatnak dőlt a nevetéstől, Béla, te részeges maradja, Béla, ne röhögj, tutajos, öt csomaggal nem bírtunk volna. Egyébként hátul végig repett a nadrágom. Képzelt. És megfordult, sőt, lépett is párat, mire a nadrág minden lépésnél araszos rést mutatott, teljes betekintést adva bütyök két csíkos fehér neműjére. Tutajosnak a könnye potyogott. Várjuk meg, amíg elmennek, aztán gyere szorosan mögöttem, intézkedett bütyök. Nagyon látszik? Á, nyögte ki Gyula, Á! és szemét törölgetve fe fedezte bütyök látványosságát. De amikor a taxi elindult, mégiscsak azt mondta, hogy bütyök intézkedése mindenképpen helyes volt. Még a nadrág varrásmenti tragédiája nélkül is. Tutajoskám, délután feljövök. Ne segítsek a csomagokat vinni. Dehogy? Várlak. Ladó Gyula Lajos hátára kanyarította a hátizsákot, két kezébe a bőröndöket, és Big Fitz kíséretében becsengetett és belezuhant Pirimama terjedelmes ölelésébe. Atya Isten Gyuluskám, egész férfi lettél, és hogy áll rajtad ez a ruha? És akkor este, vacsora után, amikor a szülők egyedül maradtak, hosszas hallgatás után Ladó Gyula Ákos azt mondta. Szívem, ha nem tudnám, hogy a mi fiunk, a viselkedése után azt hihetném, hogy idegen. Ez a gyerek nem az, aki elment, ez a gyerek felnőtt lett. Hanem vegyen neki valami ruhát, mert így nem mehet az utcára. István csak remek ember. De tutajos ebben a pillanatban nem nagybátyjára gondolt elsősorban. Aztalánál ült kiskuckójában, és előtte levél. Kedves jó Gergő bácsi! Gyuszikán! suhant be Pirimama. Hát mesélj! Pirimama, amint befejeztem ezt a levelet, mesélek. Negyed óra múlva tessék bejönni. Fenét! Titok? Minden levél titok, Pirimama, de majd szólok, ha készen leszek. Pirimama meghökkenve csendesen tette be az ajtót, és szemét elfutotta a könyv. Hát ez így van, suttogta és elzárta a gázt. Ez így van, de lesheted, amíg én átlépem a küszöböd. És fél óra múlva már ott ült Gyula ágyán, és tutajosunk nagy kezét símogatta. De most már mesélsz, ugye? Szívesen, de előbb Pirimama mondja el, mi történt a nyáron idehaza. Olyan régen mentem el. Hát, bizony, kisfiam. És Pirimama szépen elindult az ösvényen, Amire a ravasztutajos állította, mert kérdezni is szeretett Pirimama, de beszélni sokkal jobban szeretett. Tutajos kényelmesen elhelyezkedett, a nevelőanya mély lélegzetet vett, és azt mondta: Legjobb, ha ott kezdem, amikor elmentetek. És elkezdte. A duruzsolás lágyan betöltötte a szobát és Gyula csak egy villamos szerencsétlenséget jegyzett meg az előadásból, a házmesterné foghúzását és a földszinti suszter tizenkét találatát a totón. Motorbiciklit vett a szerencsétlen. Miért szerencsétlen pirimava? Na hallod, minek egy cipésznek motor? Különben is svindli az egész. A cipésznek a keresztlánya árulja ezeket a totó cédulákat és a Big Fitch megette Plasinka néni karaját, mert ott hagyta az alacsony ablakban. Na hát, mondta tutajos, és nem tett fel több kérdést, mert Piri hangja álmosítóan zümmögött, és egyre távolibb lett és egyre jobban hasonlított ahhoz a csendes mormoláshoz, amit esténként hallottak a kunyhóban, amikor az est határán a messze zsongást odahozta a szél a síkvizekről, ahol álomra készülődött százezer madár. a zsongás aztán felcsapott egy hét múlva, és vadzúgássá erősödött, amikor tutajos és bütyök beléptek az iskola kapuján. Hallod, mint a berekben, reggel, mondta Gyula, és nyugodtan ballaktak az osztály felé, ahonnét olyan lárma hallatszott, mintha egy tűzhányó készülne kitörni. Bütyök lomhán lépkedett tutajos mellett. Gergő bácsi most szalonnázik, mondta. Erre kicsit megálltak, és elfelejtették az újruha szokatlanságát is, mert ifjaink mindketten újruhát viseltek az égnyitás tiszteletére. És csikasz nézi, mondta Gyula, aztán benyitott az osztályba. A tűzhányó kitört, de egyelőre csak tímárt vetette ki magából, mert valaki lelökte az első padról, ahol nem tudni miért tartózkodott. Tudta, ordította estében, aztán elhasadt bütyök előtt. Ki volt ez az aljas? Én, mondta Csillik, a bika. Akarsz még valamit? Na, híresek, állította meg ifjainkat. Azt mondják, griffmadarat lőttetek, és láttatok három szál nádat. Négyet láttunk, bika, mondta tutajos. De talán engednél a helyünkre? Mehettek, de előbb megtapogatlak benneteket. szedtetek e fel valami kis izmot? És ekkor bütyök a békés és jóságos bütyök állt az osztály rémeli. Busa nagy fejét oldalt fordította, és megnyalta a szája szélét. Nézd, Bika, nincs kedvem berekedni, mert ez az egy jó ruhámban. De ha tutajoshoz hozzányúlsz, nem azért mondom, lapátom visznek ki. És ekkor a tűzhányó elhallgatott, csak a székek recsentek meg itt mint amikor trónok törnek össze. Bikának vége, éjjel első bütyök, kiáltotta avas elemér, a jogász, és Bika örült, hogy haragját feléje fordíthatta, de Gyula vállára tette a kezét. Hagyd, Bika, és ha akarod, tapogass meg, de inkább mondjátok el, mi újság. Csillik, aki mindenáron verekedni akart, erre végleg elvesztette lába alól a talajt. Tutajos hangjában valami szelíd, erős nyugalom volt amivel nem lehetek mit kezdeni. Hát, kérlek szépen, dadogta, nőt kapunk kengyel helyett. A vihar elült, és most már aránylag csendes megbeszélés kezdődött, de mindenki a helyére ült, mert Wallenberg megnézte az órát. Négy perc és harminc másodperc múlva csengetnek. Kengyel feleségét, folytatta bolha a beszámolót. És Lajos bácsi nyugdíjba megy. Nagykár, Ám bár a nő kedvemre való, szólt közbe jogász, és megigazította csokornyakkendőjét, amit csak ő hordott az osztályban. Hülye, mondta valaki. Ki volt az? Állt fel avas elemér, végignézve az osztályon. Én, tartotta fel a kezét húsz fiú egyszerre, és a zsibongás újra elindult. De ekkor megszólalt a csengő, és hangja lassan kiemelkedett a zsibongásból. Végül csak a csengő hallatszott, és elnémult minden, mint amikor egy valóságos uralkodó szól a néphez, egy megfoghatatlan hatalom, az idő. Jönnek! suttogta valaki, és ezt a suttogást is jól lehetett hallani. Amikor az ajtó kinyílt, az osztály már állt. A katedra dobogója nyikorgott. Kengyelné hóna alatt aktatáska, Lajos bácsi sötét ruhában. Kicsit öregebben, mint amikor elbúcsúztak, de vidáma, mint mindig. Fiúk, az orvos azt mondta, hogy most már pihennem kell. De azért én nem búcsúzni jöttem. Bármikor jöhettek, és jöjjetek is. Mert én akármilyen kelekótyák is vagytok, szeretlek benneteket. Mi is, Lajos bácsi, mi is, mi is! Jó, szóval nem búcsúzni jöttem, hanem hogy átadjalak benneteket új főnökötöknek, aki egyúttal a számtant és fizikát is tanítja. Kengyel tanár úr felesége, és megengedte, hogy egyszerűen Éva néninek szólítsátok. Remélem hálával és tisztelettel viszonozzátok ezt az előlegezett szeretetet. Természetesen, szólt Avas elemér. Lajos bácsi megállt egy pillanatra, és a tanárnő szeme jogászra villant. És folytatta az öreg tanár, és úgy viselitek magatokat legalább úgy, mintha a férje ülne a katedrán. Hát jó munkát, fiúk! Kezet fogott a tanárnővel, felemelte kezét búcsút intve, és kiment. Nagy csend maradt utána. A tanárnő leült, és amíg az aktatáskából papírokat szedett elő, az osztály halkan zsongani kezdett. Wallenberg ismételten megnézte óráját. Kengyelni ekkor kisimította a papírt, és szeme végig sepert az osztályom. Fiúk, kezdte. Bevezetőül nincs sok mondani való. Egyet mondok csak. Én pontosan olyan leszek hozzátok, mint ti hozzám. Jók leszünk, ígérte avas elemér bizalmasan. Valamit azonban előre bocsátok, és világosan tudnotok kell, hogy amíg itt bent vagyok, csak én beszélhetek, és az, aki a tárgyra vonatkozólag valamit kérdez, vagy akit én kérdezek. Most felolvasom a névsort, mert meg akarlak ismerni benneteket. Acél, cél? Kiheverted már az operációt? Igen, kérem. És Janda járt hozzád? Minden nap, mondta Acél bizonyos letörtséggel. Abrik tolta, kiáltotta sós. A tanárnő szeme megállt a közbe kiáltól. Hogy hívják magát, fiam? Sós Károly, leülhet. Ezek után már nem szólt közbe senki, mert valami hűvös dermedés szállt a levegőbe. Csupán jogász zörgött egy és sós integetett Wallenberg felé, orrá mutogatva, hogy hány óra. Wallenberg gyorsan megmutatta, mert már ő került sorra, mint utolsó. Wallenberg, parancs, és felállt. Úgy tudom, magának pontos órája van. Másodpercre, igen. Megkérem hát, hogy minden órám előtt tegye ide az óráját a katedrára. Az enyém nem megbízható. Sohajtott Dubovánszki. Ez rosszul kezdődik. Parancsára lehelte Wallenberg és lerogyott. Csak kértem, mondta kengyelni, és akkor úgy nézett az osztályra, mintha mindenkit egyszerre látott volna. A tanárnőnek meleg kék szeme volt, tutajos úgy emlékezett, de most ezek a meleg szemek úgy álltak a fiúkon, mint a befagyottó. A fiam te majd sós helyére ülsz, Janda pedig avas elemér helyére. Ez a két fiú sokat szeret beszélni, és itt, az első padban alkalmuk lesz. A helycsere halálos csendben történt meg. Tegezés magáz, susogta Dubovanski, akár az ura. Vége mindennek. Köszönöm, fiúk. Most már megismerkedtünk. Pondorai és Ladó itt maradnak, a többiek hazamehetnek. A fiúk letörve, szárnyaszegetten, de tisztelettel egyenként vonultak el meghajolva a katedra előtt. De odakint összebújva egy-egy csoportban, végül is jogász mondta meg a közvéleményt, égre tartva mindkét kezét. Gyerekek, ezt hát kifogtuk pedig bent a tanteremben tutajos úgy gondolta, hogy a tanárnő szeme most megint olyan, mint a meleg bársony. Fiúk, nem ismerek rátok. Kalandok és egészség ordít rólatok. Elmondjátok? Tutajos, téged majd elfújt a szél, és most olyan vagy, mint a kartpenge. Szép lehetett. Nagyon szép volt Éva néni. Szombaton délután öt óra tájban gyertek el, mert az uram is látni akar benneteket. Ott leszünk, Várunk! Intett kengyelni, és a két fiú még állt egy pillanatig, akkor is, amikor már egyedül maradtak. Aztán szótlanul leültek, és bütyök csak később szólalt meg. Tutajos, neked kell elmondani. Ladó a Lajos hallgatott. Hogyan lehet ezt a nyarat elmondani? Egészen sehogy sem lehet elmondani. S amint kinézett a kora verőfénybe, győrűzni kezdett előtte a víz, a kis szárcsák úztak a sás mellett, lobbant a puska döreje, zuhant a madár, berregett az orsó, sikoltott a vihar, örjöngött a jégeső, bütyök alatt megnyílt a föld, nancsinéni liliom olaja érzett, lobogott a tűz, felszárnyalt a hajnal, és a derengés ragyogásában ott állt a csónakban matula, és mellette Kati, kis kezét magasra emelve, mintha szívét tartotta volna benne. De mögöttük, mintha már hullott volna a hó, és szélzenget volna az ágak között, elhordva a füstöt valamerre a tavasz felé. Majd elmondom, gondolta. De amint barátjára nézett, arra gondolt, hogy az idő múlhat, a szépség és jóság... A szeretet és az igazság nem múlik el az évszázadokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, és ezekből annyit kap mindenki, amennyit megértemel.